Móricz Zsigmond, Árvácska. kemény és örök nap úgy ébred az ég és a föld színén, mint az idétlen tyúk éretlen tojása. Vörös és sárga fények ömlenek át rajta, ropogva a hajnali kék ködbe. Még nincs mész a tojás helyben, a nap bizonytalanul elnyúlik, szinte szétfolyik. Odaütött ütött tojás a barna serpenyőben. Kis tanya a végtelen pusztán. Mesebeli házikó, Megfeketült nádfedelét sötét moha lepi. Gerincét szétrúgta a gólya meg a szélvész. Vályok a bármilyen vastag, mégis úgy hajlik, mint a pöfeteg gomba. Egyszer csak ráborul a benne lakókra, de az még messze van, majd valamelyik téli viharos éjszakán. Ma még boldog a tanya. Itt minden csak szép lehet, csak jó lehet, és megelégedett. Emberállatok ősi lakhelye. Kelítés sem erre, nyoma sincs, minek a legközelebbi tanya is úttalan távolságban van. Még a baromfi ellen sem kell keríteni, kikaparni valója nincs. Ahogy a tyúk két görbe eperfáról leszáll, már megy a szomszéd tarlóra kapirgálni. Milyen jó volna itt élni, itt megnyugodni. Milyen jó volna itt gyermek lenni. Kislány áll a mezőben, parányi csöpség a roppant ég alatt, két kicsi keze fejével az álmot dörzsöli a szemeiből, ott áll, ahogy Isten megteremtette, ott áll mezítelen a felfelé bámészkodó nap alatt. Még a madarak is csak most ébrednek, és mindjárt vígan ficserékelnek, a kis ember csirke duzmaszkodva csak áll, csak áll. Vékony kis barna teste, mint valami kis állat. A harmad hull rá. Semmire se gondol. Azt se tudja, hogy került ki. Álmos mint a kismacska. De az jobban tud duruzsolni és mosakodni. A csöpség csak áll, csak áll reménytelenül. Vagy van remény a pusztai harangvirágban, amint áll a hajnalban és rezegve nyílik a nap alatt? száraz az, lép ki az udvarra. Hopp, a nap már fent van, két arasz magasan, s már izzó fehér gömb. Bele néz. Az asszony, mintha a mező legnagyobb görögdinnyéjét nyelte volna le, furcsán lóg a köténye. Takarja vele. Lopta a dinnyét. Hagy gyerek nyüzsök ki a törpe a szabadba, a jó édesanya egyszerre gondozza valamennyit. Gondoskodása az első percben annyi, hogy rájuk rikolt fáradt nyöszörgő hangján. Erkölcsi tanítás Hogy a fene öt von meg bennetöket? A napnak semmi más dolga Csak méri arasszal Mit csinálnak a földön az emberek Már az ágosfa tetejéről nézi Hogy a két nagy fiúnak a nyakában van a tarisznya Tarisznyában az ennivaló Mennek a szőlőbe apjukkal A veres szemű mogorva emberrel Aki az állatok körül cammog Van dolga a tanyán ahol állatok vannak, ott mindig. Az állatnak növények kellenek, a növénynek kapa, a kapa végére ember. Azért boldog a tanya, mert ott mindig mindenki le van foglalva reggeltől estig. Aki akar, annak van munkája a tanyán. Akinek munkája van, annak kenyere van, bora van, jó kedve van. Boldog. A kisebbik négy iskolába megy. Iskolába jár már négy. A legkisebb is akire most adja az anya az inget. A kis rózsi lány büszkén veszi fel, jó erős vászomból van az ing, és rányomtatva a pecsét van a vállán. A pecsét akkora, mint egy kis gyerek tenyér, s betűk vannak beleedzve körbe-körbe. A jó édesanya még megnézi legkisebbjét az új ingben. Oly van, még neki sincs kedve szót szólani, csak megnézni. Azt sem mondja, vigyáz rá. Meg van elégedve, hogy új ingben van a lánya, Mind a négy fel van már öltöztetve, mehetnek. Még csak hajnalformán van, de csak hadd menjenek. Az iskola négy és fél kilométerre van a pusztán, muszáj menni, mert ha nem mennek, megbüntetik a szülőket. Milyen szép is ez, ahogy a tanyatele van élőkkel. Csirkék kapirgálnak a papsajt között, kis fekete gyöngyösök mindig összebújnak, mind ugyanazt az egyszemet akarja felkapni kacsák, libák lármáznak, odább a tehén bőgi el magát. A kis rózsi készül az új a messzi iskolába. De hátulról a tanya megül előre szűrődik a hetedik gyerek, a pucér, az állami. Mert a jó édesanya csirkék és malacok mellett még egy állami gyereket is tart a maga hasznára, akiért havonta nyolc pengőt fizet neki az állam és tavasszal meg ősszel egy-egy inget, egy pár harisnyát, egy zubbonyt, télire nagykendőt, jó erős, egy gyapjúból, és egy pár gyerekbakancsot is ad. Milyen jó az az ő gyermekeinek ebbe a nehéz világba, mikor minden milyen drága. Jó minden, meg kell becsülni. El ne szakítsd az inget, te! Nem sok az igaz, a nagysága köteles volna mindenből kettőt-kettőt adni, ingből, harisnyából, zubbonyból, de csak egyet ad. A másikat Isten tudja, hová teszi. Annak adja, aki neki is ad. De próbáljon csak az ember szót emelni, hogy letromfolja, ne hazudjon, ott volt mind a kettő. Meg olyan könnyen veti oda, csak sokat beszéljen, úgy elveszem a gyereket magától. Így a jó édesanyák csak megnyugosznak mert igaz, jó volna, ha két darab lenne mindenikből, de ez is jó. Ahol sok gyerek van, minden legkisebbet meg kell becsülni. A ruhátlan állami kis ideig csak nézi a nyüzsgést, készülődést, akkor elkezdi. Az az én ingem. Kedves anyám, az az én ingem. Kedves anyám, az én ingemet teszi rá a rózsira. Hallgatsz-e? Nézd csak, hogy visszagyűjt a helyet, hogy menne munkára a kis disznó. Nézd csak, hol a répa levél? Fogod be a szádat? Iskolába menő gyerekek viháncolva néznek a kis államira, aki mezítelen áll a tornácok előtt. Eltorzult arccal bámult az ingére, amit már nem is igen lát, mert a kis zubbony is rajta van már rózsin. A zubbonyt azt nem ismeri, ahhoz még kicsi, de az inget megismerte. Ég tudja miről – a pecsétről, de kitanította meg rá, hogy a pecsét a gyermek menhely pecsétje még nem lehetett elég jól kimosni. A gyerekek tejet kapnak a rocskából, mert a tehén azért tácsorogoly kényelmesen magánosan az udvaron, hogy a dinnyi hasú anya megfejje azon a répa levélen, amit a kis állami hozott a ház megül a répa földről. A tej itt van a rocskában. Minden gyerek tartja a csuprot és kap tejet, és szűretlenül eszi, szűrcsöli, habzsolja. Szeretik a tejet. Csak ez a rohat állami nem szereti. Ennek nem kell agyalázatos bélűnek, nem tudom, mit akar enni, mit kell kitalálni neki. Hozd a csuprot! De az állami ellenségesen hallgat, még mindig az ingétlesi rózsin. Ismeretlen okok miatt utálja a tejet. Nevetnek rajta, hogy ilyen buta, nem kell néki a jó frissen fejt tej, de akárhogy erőltetik, nem kell. Ahogy az orra alá a teljes bögrét, ökröndözik, nevetni kell. A rózsi inge kéne neki, mondja bizalmasan hunyorítva a legnagyobbik lányka, mint aki be van avatva a lopásba, hogy lelopják a kis állami testéről az inget, mert az azért nem olyan testvér, mint ők, csak állami testvér. Vigyáz, vonít a jó anya, megüti a lányát, mert megharagszik rá, amért neki tudtára adta, hogy érti a miskulanciát, és közben meg a saját zubbonyát is lelőttyinti tejjel a Erre a szegény anya elveszti türelmét, olyan vadul ordít rá a saját magzatjára, mintha ez az ő apját, anyját megölte volna. Nem tudsz vigyázni, te büdös kölyök, nem tudsz vigyázni, hogy rögtön kicsavarom a nyakadat. De azért ordít igen, hogy a kis államit félemlítse, hogy annak eszébe ne jusson még egy szót szólani, mert az oly különös, az igazság, hogy még a gondolata is halál, ha a kis állami még egyszer megemlítené a pecsétes inget. Mire volna neki az? Csak nem fázik ebbe a merő nyárba, mikor hozzászokhatott eleget, hiszen soha se jár inkbe ruhába. Így is jó egy félének, akit az anyja elhagyott. De még ilyen kicsi, már benne van a kapzsiság, már számon tartja, hogy neki van valamie. Hamar megkavarja most moslékot a malacoknak kis korpával, azt is úgy adja, mintha nem adná, hanem ellopná előrük a korpát. Mert ha az ember neveli a malacot, adni kell neki, de a korpa is drága, meg nincs is. Hát csak épp meghinti, mint sóval a moslék színit egy picit. Csöre! Csak így kiált neki. Ez a neve a kis névtelennek valahogy ez ragadt rá. Csöre! Az állami árvára. Csöre! A kicsi még most is ott Még mindig fáj neki az ing. De érzékeny. Kis gyilkos, hogy néz. Még meddig ácsorogszott te? Hajtott ki a borist? A kis magános, akinek minden gondolata elment az iskolába a gyerekekkel, mert ő is szeretne már nagy lenni, hogy mehessen a hosszú-hosszú úton a mezőn, a testvérekkel, messzi, messzi az iskola felé. Új jó zubbonyban, jó új kendőben, belekötve az iskolai kenyér, és már van is olyan nagy, mint Rózsi, és mégis itt van. Talán, ha ráadnák az ingét. De még így is jobban örülne, ha lehetne menni. Mert ő nem tudja, mit jelent, ha az övé az ing, és mégis fáj, hogy rózsira adták. Csak áll, és csak piszkálja az orrát. A mama egy kis korpáért ment a kamarába, mégis elröstelte magát a malacok miatt. A moslékos kezével darab kenyeret vág, inkább nagyobbra kezdte, de a kés közben meggondolta magát, és inkább kisebbre vágta a karét. No itt a kenyered, de meg ne rögtön, mert aztán el délig. A kicsi elvette a kenyered, csak állt. Ott a vesződe, lódulj már, már a boriska szeretne legelni, de el ne csavarog megint, a kerékvágáson menj, csak megismered a földünket. Csak nem vagy olyan ostoba, hogy nem ismered meg még most se, megismered? A kislány nem szólt semmit, még mindig lehajtotta a fejét, most a kis kenyeret nézte a kezében, a kicsi száját felduzzasztotta, nézte a kis kenyeret, ami se nem kicsi, se nem nagy, csak éppen kenyér volt, zömök kis kenyér. Ahogy nézte, kezdett nagyon éhes lenni tőle. De nem harapott volna bele, mert ezt ott kell megenni lassan, a boriska mellett, míg a boriska legel. A tehén. Boris, ne! Nem arra, te! A kislány kezében vesző volt, a vesző vége három felé hasadva, azzal csápolta a tehenet. A tehén ügetve ment, és ő szaladt utána, s tovább csapkodta. Tele volt a szeme könnyel, de már nem is tudta miért, mitől. A mezei utat alig lehetett felismerni. Magas fű nőtte be, azt soha senki meg nem kaszálta. Az útfüvét a kerekek kaszálják, és az állatok patája a be. De erre ritkájár szekérféle. Csak akinek a földje ezen van. Múlt héten erre ment Mágócs István, az igen. Akkor is megállott, mikor ő a tehenet őrizte, és nevetve nézte, hogy pucéron áll a tehén farkán áll a kislány. Csalogatta is, mert mindig szól hozzá egyet-kettőt, de ő messze elszaladt. Nem tudja, miért szaladt el, csak elszokott szaladni, ha idegent lát. Már neki az a szokás, mint a kiskutyának, hogy szalad attól, amit nem ismer. Lehet, hogy azért is szalad, mert nincsen ruha rajta. Ezt nem tudná biztosan megmondani. Neki nem szokatlan, csak hát néha csúfolják, csórénak mondják, cigánynak, meg puckos verébnek. Pedig bolonduljon meg, aki ezen csodálkozik, neki még sose volt ruhája, se inge, csak télen, ha már nagyon hideg van, és ki kell menni, akkor ráadják azokat a rongyokat, amik a többi gyerekről levástak. De ő nem örül ennek. Büdösek a rongyok, szégyelli őket viselni. De most nem lehetett könnyen kitérni, mert a tehén a kadarcs szekerének ment neki. Csalamádé volt a szekéren, már hazafelé ment ilyen jókor reggel enni vitt a marhának csöre elszaladt mezítlá be a nagy tarlóba, amit már felvert a kakukfű, meg a többi vadgaz. Már nem is szúrt annyira a tarló, mert volt néhány eső, és megkorhadoztak már a búzaszárak ott, ahol a kasza elvágta őket derékon. – Gyere ide, csöre! Gyere csak ide, te kis madárhús! – Csöre nem is felelt, szaladt, nevetett, és visszanézett Kadarcs Istvánra, aki szintén nevetve pislogott rá. – Ma még egyszer kijövök, akkor hozok neked mézes kenyeret, jó lesz? A kislány tágra nyitotta a szemét. Jóformán nem is tudta, mi az a mézes kenyér, mégis összefutott a szájában a nyál az édesség gondolatára. Még itt volt a saját napi kenyér szelete. Úgy fogta, úgy őrizte, világért meg nem harapta volna. A kenyér meg volt sózva, azt nagyon szerette, ha megsózták neki. Egy kicsit moslékos is volt, mert kedves anyámnak, mikor szelte, korpás volt a keze a mosléktól. Hajtsa el! kiáltott Kadarcs Istvánnak. Hajtsa el! Hajtsa el! A tehenet! Hajtsa el! A kislány, mint a puszták madarai, csak egy-egy szót mondott, azt elismételte számtalanszor. Jóformán nem is tudott még beszélni, nem volt kivel. Neki oda-haza nem szabad, csak a többi gyereknek szabad őtet szidni, de neki mindig hallgatni kell, mert ha ő megszólal, akkor már abból rögtön baj van. Ne te, ne! mondta Kadarcs István, és az ostorral megcsapta a tehén farát, annál szívesebben, mert az belefalt a csalamádéba a szekéren. A tehén felkapta a hátulját, kirúgott az ostor csípésre, nem volt ő a hosszokva, a kislány veszője nem csíp, az csak simogat. Szereti is a kicsi csörét. mindig megismeri, ha ez hajtja ki. Karikázva kezdett futni be a mezőre, megismerte, hogy ez már az ő földjük, itt szabad neki minden nap legelészni, legyekkel viaskodni. Kadarcs István nem szólott többet a kislányhoz. Látta, hogy nagyon messze kellene utána szaladni, ha meg akarja fogni. Majd délután a melegbe, akkor majd tikkat lesz a gyerek. Csöre már el is felejtette, hogy a szekér után néz. Csak nézett abba az irányba, amerre elment. A falu felé nézett, ahova a gyerekek bementek az iskolába. A falu oly messze volt, hogy még a tornya se látszott idáig. A messziségben oly kicsi lett, hogy a fák eltakarták előle. Sose tudta, mit néz arra felé. Mindig úgy néz, mintha onnan valamit várna. Pedig se honnan se várt semmit a kis vadlány. Boris, ne! Nem arra te! A buris tehén éppen odaért a nagy görbe szaladásában hozzá, meg akarta fordítani, mert az volt az érzése, hogy őtet azért állítják a tehén mellé, hogy ha az erre megy, akkor arra kell fordítani, ha arra megy, akkor meg erre. Boris, ne! Hát, a boris, mintha hozzá akarna dörgölőzni. Csak feltúrja őt a nedves ráspolyos orrával, alóról felfelé, csak végig túrja. És a gyerek még ki se tudja mondani, hogy nem arra te! Már a réfes nyelvével kisodorja a kezéből, felfalja a sóskorpás kenyeret, úgy, ahogy van, mindenestől. Boris, ne! Azt azonban már a földön fekve nyögi. Mert a bolond tehén úgy fellökte, mintha csak mulatna, valahogy nevetve rajta a maga módján eszi az ő kenyerét. Nem arra te! É. A könnyei potyognak. Mind befalt a bolonda kenyeret. Már a morzsáit hullatja a két szája szélén a mafla. Most egy csücskit a kenyérnek elejti. Úgy hull le a főbe. gyönyörű tarló. Óriási búzamezők a tanya körül. Csak a jó Isten tudja kié, egész a távoli nádasig, az mind gyönyörű tarló. Szép, tiszta virágtarló. Apró virágok nyíltak rajta, szagos virágok. A kislány olyan közel volt a virágokhoz, mint a kis méh. Csak úgy szagolta a jó szagukat. A tarló le volt ütve egy szöveg. Minden ütszöveg volt, ahhoz kötötték a tehenet, de ő nem tudta megkötni, csak a nagyok. Ha jöttek, megkötötték. Kihajtani is bunkóval szokták a borist. Azért is szerette a kis csörét a boris, mert veszővel hajtotta a borist. A boris már mondta magában, ennyi, de jó, ma megint jó napom lesz, a kis csöre hajt ki veszővel, nem a bunkósok. Erre neki érett karikázni, s lám mégis, hogy kikapta a csörekezéből a sóskorpás kenyeret. Egy szép diófa is volt ott, nagy diófa. Az ága körös körül a földig ért. Senki se látta, ha valaki leült a fa alatt. A régi szalmakazal is ott volt, nagyon messze. Arra nem is szeretett menni, mert arra van a kukorica. És mikor a kedves apám kint volt a kukoricába kapálni, mindig oda kellett menni, és ő bevitte a régi szűrre. Azért nem szeretett arra nézni se. A borcsa meg belement a szőlőbe. Jaj, a szőlőbe. A szőlőbe ment a borcsa. Boriska, szőlőbe van. Igen, mert csöre elbámészkodott, és a kenyerét síratta, és haragudott a borisra. És a tehén legázolt egy tőke szőlőt. Nem kell neki a marhának, csak legázolja. Jaj, nagy rumli lett ebből. Egész nap nem látják a tehenet, se őtet, még ha a tehén meg is eszi a kenyeret. De azt rögtön látták, hogy a tehén legázolt egy szőlőtőkét jött nagy káromkodással a kedves apám. No megállj, te bitang, ez érezed a kenyeremet, novár, nem kapsz vacsorát. De neki vissza ismert feleselni. Nem is kell. Egész nap, ha meglátták, csak szitták, hogy letörte a tehén a szőlőtőkét. De arra nem hallgattak, hogy a bor is megette a kenyeret. Nem kapsz vacsorát. Nem is kell. De ebédet se kapott. Úgy megharagudott kedves anyám, hogy nem hozott neki ennivalót. a gyönyörű tarló. Óriási búzamezők a tanya körül. Csak a jó Isten tudja kié, egész a távoli nádasig, az mind gyönyörű tarló. Szép, tiszta virágtarló. Apró virágok nyíltak rajta, szagos virágok. A kislány olyan közel volt a virágokhoz, mint a kis Csak úgy szagolta a jó szagukat. A tarló le volt ütve egy szöveg. Minden szöveg volt, ahhoz kötötték a tehenet, de ő nem tudta megkötni, csak a nagyok. Ha jöttek, megkötötték. Kihajtani is bunkóval szokták a borist. Azért is szerette a kis csörét a boris, mert veszővel hajtotta a borist. A boris már mondta magában, ennyi, de jó, ma megint jó napom lesz, a kis csöre hajt ki veszővel, nem a bunkósok. Erre neki karikázni, s lám mégis hogy kikapta a csörekezéből a sóskorpás kenyeret. Egy szép diófa is volt ott nagy diófa. Az ága körös körül a földig ért. Senki se látta, ha valaki leült a fa alatt. A régi szalmakazal is ott volt, nagyon messze. Arra nem is szeretett menni, mert arra van a kukorica. És mikor a kedves apám kint volt a kukoricába kapálni, mindig oda kellett menni, és ő bevitte a régi szűrre. Azért nem szeretett arra nézni se. A borcsa meg belement a szőlőbe. Jaj, a szőlőbe. A szőlőbe ment a borcsa. Boriska, szőlőbe van. Igen, mert csöre elbámészkodott, és a kenyerét síratta, és haragudott a borisra. És a tehén legázolt egy tőke szőlőt. Nem kell neki a marhának, csak legázolja. Jaj, nagy rumli lett ebből. Egész nap nem látják a tehenet, se őtet, még ha a tehén meg is eszi a kenyeret. De azt rögtön látták, hogy a tehén legázolt egy szőlőtőkét jött nagy káromkodással a kedves apám. No megállj, te bitong, a kenyeremet, novár, nem kapsz a De neki vissza ismert feleselni. Nem is kell. Egész nap, ha meglátták, csak szitták, hogy letörte a tehén a szőlőtőkét. De arra nem hallgattak, hogy a bor is megette a kenyeret. Nem kapsz vacsorát. Nem is kell. De ebédet se kapott. Úgy megharagudott kedves anyám, hogy nem hozott neki ennivalót. De a gyerekek közt ült a földön. Kedves anyám neki is odalökte a tányérételt. No, egyél! De csöre csak ült duzmaszkodva. A kedves anyám már régen elfelejtette, csak látja, az étel még most is ott van a földön. Miért nem eszel? Eszed meg rögtön? Nem kell. Csak elnémultak. Azt mondták, nem kapok vacsorát, nem is eszek a magukéból. Csöre, csöre, a fene, egyem meg. No, a fene meg, már nincs csak fene meg. A sovány beteg asszony a kedves anyám nagy szemet meresztett. Mi tűnjöksz te, Szamár? Így szeretett kedves anyádat, aki téged nevel, aki neked enni ad, gyer ide rögtön. A kislány oda ment, lassan, sunyin, lesve, tudta úgy is mi jár. Két kis tenyerét ott tartotta hátul a hátsó részen. Mikor elég közel volt, a kedves anyja elkapta a karját, magához rántotta, akkor a térdére fektette, addig verte, míg bírta gyenge karjaival. Lihegve végre abba hagyta. Na, most csókolj kezet! A kislány dacosan sütötte le a fejét. Csókolj kezet, ha mondom, te téhasítalak. Hát nem tisztázte engem? Kérj bocsánatot! A kislány bocsánatot dünnyögött, de csak ő tudta, mit mond, meg a kedves anyám. Most adjál pacsit! Oda tartotta elébe a kezét, és bele kellett csapni. Akkor megfordította a kezefejét, és a retkes, fekete eres kezére csókot kellett nyomni. Mikor ez szabályszerűen végre volt hajtva, rákiáltott, mint akinek most jut eszébe a sürgős dolog. Szaladj csak fel a pallásra, hozzá le kukoricát! A gyerek vígan szaladt, mindent elfelejtett, szaladt. Az úgy volt, hogy az istállóból kellett felmenni a szénatartóból, mert a létra helyett a trágyahordó sarogja volt odatámasztva a palláshoz, és azon nagyon nehéz volt felmászni. Mikor jött visszafelé a kosárral, le is esett, fejjel bele a szénába. Nem lett baja, de a kukorica mind kiszóródott a kosárból, ő pedig ordított, ahogy a torkán kifért. Ne ordíts, azt hiszik ölnek, gyere ide! A kislány kimászott a szénatartóból, és kisebb sírással nyöszörögve jött hozzá. Dudásné kicsit megnyomingatta a hátát, akkor kicsit ráütött a fejére. Na, mehetsz! Akkor jött rá, hogy a kukorica a szénába ömlött. Most neki oda be kell mászni, egyenként összeszedni a csöveket. Volt nyögés, káromkodás, most nem félt attól, hogy azt hiszik, öli a gyereket. Ölte. Egyszer valahogy egy hét múlva ő maga volt a padláson. Mikor lefelé jött, a sarogja megcsúszott alatta, ő esett bele a szénatartóba, de úgy, hogy a szoknyája mind fennmaradt, csak úgy lógott pucéran. Csörevisítva kacagott, táncolt. Lássa, kedves anyám, mikor én leestem, én kikaptam érte, pedig maga is kiszórta a kukoricát. Erígy innen a fenébe, te ronda! Még ki nevetel? Ahogy kitápászkodott a szénatartóból, azzal pihente ki magát, hogy ütötte a gyereket. Még ki vettél? Még ki vettél Jössz rögtön bocsánatot kérni? Mond utánam. Bocsánatot kérek, kedves anyámtól, hogy rosszul viseltem magam, soha többet nem fogom magamat rosszul viselni. No, most pacsit, hogy kezet adsz rá, hogy soha se viseled többet rosszul magadat. Na, mi lesz? Spofon vágta az imádásra nyújtott kezével, akkor megint elébe tartott a késcsókra. Csókolod meg rögtön? A kis csöre megcsókolta a retkes, eres kezet, ezeket a kidudorodó ereket, akkor azt mondta. Jobban is szeretek a Borissal a mezőre menni, mert a Boris nem ver meg, de maga ver. A fene et volna meg a tojásba pesti csirke, milyen kicsi már is egy mérges kígyó. Én nem vagyok pesti csirke, toporzékolt csöre. Akkor Rozi is pesti csirke. De Rozinak sosem mondja, kedves anyám, hogy pesti csirke, csak én vagyok pesti csirke. El is megyek a kerektóba, majd meg a kégyó, akkor sírhat utánom. Sír utána, a rosszabb, morogta kedves anyám, és bement a kukoricával, amit közben összeszedett. Ez alatt diskuráltak egymással a deszkákon keresztül, hogy Pesti csirke így, Pesti csirke úgy. Ott volt a kerek tó. Nagy. Nagy, nagyon nagy. És igazán kerek, és csak ugyan tó. A mellett volt a nádas, abban lakott a kégyó. Nem volt szabad ott fürödni, mert a nyáron is kijött a kégyó, és megfogta egy gyereknek a lábát, azt már nem tudja a kis csöre, mi lett a gyerek lábával, megette a kégyó. Így folyt a nádas, és oda szoktak kimenni kedves anyámmal, mert ott volt a kukorica, és ott volt a dinnye. Nem szabad arra menni, kis lányom, mondta kedves anyám. Megesz a kégyó. Hát, mikor itt legeltetett a kis csöre, nem is ment a nádas felé, hanem a dinnye föld felé. És ott látott egy szép dinnyét, és levette. De nem volt kése, nem tudta elvágni. Azért nem halt meg éhen a teletál mellett, fogta a dinnyét, jól a földhöz vágta, a dinnye eltört, és akkor bele lehetett telepedni. s kézzel kiszedte a szép piros belét, és úgy jól lakott, hogy csoda. De még boriska is örült, mert neki adta a dinnyének a héját, és azt borcsa olyan takarosan kirágta, hogy mikor jött a kedves anyám, kis csöre eldicsekedett vele, milyen szépen kiette a dinnyéből a belét. Hol vetted a dinnyét? A földön leltem szabad a dinnyét leszakítani. Te bitong, szabad dinnyét szakítani a földjén. Nem tudott te alávaló disznó, hogy a dinnyét el kell adni. Lemerted szakítani. A tied az a dinnye. Hát tolvajt nevelek én belőle, tolvaj leszel te nekem. De már ekkor verte is. A kislány nem értette a dolgot. Onnan szokták levenni a dinnyét, amit meg akarnak enni. Kedves apám is vett, kedves anyám is szakított, a gyerekek is téptek. Sora kellett kopogtatni a dinnyét, mikor hallották a szép tiszta hangot, azt kell levenni. Most nem értettem, értverik hát. Eddig senkit se vertek meg, csak őt. De mit fárasztom magamat, mondta kedves anyám, gyere csak haza majd, kedves apád. kis nem hitte, hogy meg fogja mondani kedves apámnak, kedves anya. Hiszen ő is félt tőle, nem csak a gyerekek. Hiszen senkit se vert meg az apa oly nagyon, mint a feleségét. A vékony kis asszony bottal, bunkóval ütötte. Még ha elszaladt, is úgy hajította utána a bunkót, mint a pásztor tehén után, és el is találta. És akkor kedves anyám leesett a földre, és az ember ráment, és a lába jól bele-bele rúgott, s meg is taposta. Hát most kedves anyám, megmondja őt ennek az apának. Ezt nem is hitte egy percig sem, de azért mégis félve ment haza este a tehénnel. A tehenet megfejték, rettenetes nagy tőgye úgy dagadt ki a hátsó lába közt, mint egy teli zsák, annak a sarkaiból folyott a kövér tej, mikor jött a kedves apám. A felesége talán félt, hogy rákerül a sor megint, de azt mondta neki. Úgy, úgy, csak nézd meg egyszer, dudás. Lopott. A dinnye földre ment, levette a legszebb dinnyét, amit el lehetett volna adni. Lehet, hogy azért mondta meg, hogy ha az ura kimegy a földre, és nem leli meg a dinnyét, ne őtet verje meg de a kislány rögtön látta az apának a szeme és az arca eltorzulását, és még soha se nézett rá így ez a dudás apa, aki ölelgetni és tapogatni szokta őtet, és azt mondta, hogy azt nem szabad megmondani az anyjuknak, s ő nem is mondta meg, és az anyjuk mégis megmondta őtet az apjuknak. Az apjuk éppen a pipájába keresett parazsat, mikor ezt neki megmondta a felesége. Mindjárt, akkor átbődült, nagyobbat, mint a boris. Csak eltátotta a száját, szétálló piros bajusza, mint a tüskemeret. Lopott! Lopott? Dinnyét lopott ez a dögszem! Na gyere, nem fogsz te többet lopni. Nem fogsz te többet lopni, ha a kezedbe ragad se zárt, be csak az ajtót kineszek a gyerekek sietve bezárták az ajtót, s kívül maradtak. Mert szerették volna ugyan látni, hogy kedves apám mit csinál csörével, bizonyosan kiszakítja egyik kezét, azután a másikat, hogy ne lophasson többet, azért mégsem találták tanácsosnak bent maradni a házban, mert ismerték apjuk keze járását, tudták, hogy annál milyen könnyen áll a pofon, ütés, rúgás, minden. A kis csöre még mindig nem tudta, mi vár rá. Nem is sírt csak állt meretten és nyitott szájjal. Ha mert volna, nevetett volna, hogy a kedves apa most nem akarja őtet megölelni a nagyveres szőrös mancsával, és simogatni, mint a kismacskát, és nem szabad azt megmondani. Aztán látta, hogy a dudás, mert ha ő kedves apámnak mondták, másfélék, akik nem laktak velük, dudásnak szokták szólogatni. Most igazán nem tudta volna azt mondani neki, hogy kedves apám, csak azt, hogy dudás. Dudás kivett a spórból egy darab parazsat, és azt mondta. Fogd meg a kezét! Dudásné maga is meg volt ijedve, jobban, mint az ura, mondta sírós hangján. Mit akarsz vele már? Most megtanítom a disznót. Nem fog ez többet lopni. Tartsd a kezét! Fogd össze az ujjait! Tartsd a kezét! Dudásné akaratlan is engedelmeskedett, összefogta a kislány kis kezét, úgyhogy az ujjait együtt tartotta a markában. Úgy tartsd, hogy ráteszem a parasat. Nem fog ez többet lopni, azt tudom, Istenem! És Dudásné tartotta a kislány két kis kezét a hüvelyk és mutató ujja közt, mint valami kis virágot, és Dudás rátette a parazsat, de néha hamarabb érezte meg a húsán a tűz égetését, és eleresztette a gyerekkezét, és eldobta a kezéről a parazsat. – Jaj! A kis csöre csak most érezte meg, hogy az ujjacskái hegyén a köröm mellett ég a kicsi keze. S visítani kezdett. – Fogsz lopni, fogsz lopni! Letapostatod a tehénnel a szőlőt, he? – Bocsánatot kérek, kedves apám, nem fogok többet lóhopni. Egész kis testében reszkedett, s oda esett az ember szőrös csúnya kezére, és pacsit akart adni, és meg akarta csókolni. Akkor a dudás apa leakasztotta a pincekulcsot a szegről, és ott hagyta őket. Kiment, az ajtót is nyitva hagyta. Thank you. kis jányom, sírdogált és mentegetőzött kedves anyám. Nem szabad lopni, te azt nem tudod. Azért mondtalak meg kedves apámnak, mert én gyenge vagyok, hogy megtanítsalak. De ő most nagyon megtanított. Gyere ide, gyere ide, egy kis tejfeles ruhát teszek a kezedre. Látod, még az én kezem jobban megégett, mert én vigyáztam. Mikor már láttam, hogy kedves apád rá akarja tenni a parazsat, én visszáptoltam a te gyenge kis ujjacskáidat, és lám alig is érte az ujjat hegyét a parázs, de az én kezemet megnézheted. Még füstölt is a húsom úgy megégette, hogy rányomta a parazsat. Hát ne lopj többet, kisfiam, mert az a legnagyobb bűn. Elnevet többet a másét. Itt neked minden a másét mert itt szabad elvenni akármit a rózsikának is, julikának is, mariskának is, mindenik itthon van, tudod, kisfiam, de neked semmit se szabad elvenni. Tanuld meg, hogy neked sehol a világon semmit se szabad elvenni, mert neked nincsen semmit. A bőröd az a tied, de egyebed neked nincsen. Ingem van, mondta sírásban csöre. Erre Dudásnyi rettenetesen megdühödött, és elfelejtette a kedves szép szavakat, amiket mondott. Mi van neked? Mi van neked? és megragadta a gyerek fejét két felőről, és megrázta. Mi van neked, te bitang? Ingem! visított a kislány. Ó, ez a kígyó! Hát érdemes ezért az álnokért az embernek tűzhalára adni magát mikor ennek most is azon jár az esze, hogy mi van a büdösdög. Maguknak van dinnyéjük, nekem meg van ingem, toporzékolt a kislány. De maga rózsira adja az én ingemet, amit nekem hozott a nagysága. Egész héten nem lehetett használt venni a kislánynak. Mindig fájtak a kis ujjai. Legjobban a jobb kész hosszú középső ujja, meg a bal kezén a hüvelykujjacska. Nagy piros égések voltak rajta, hozzá se lehetett nyúlni, csak mindig fájt, fájdogált, meg zsiborgott. S ha csak egy kicsi szellő érte, már belevisította a nagy fájás. A boriska sajnálta legjobban. Senki se hajtotta ki a mezőre, ahol úgy szeretett legelészni. Reggel csalamádét vágtak neki a fiúk, míg el nem mentek dolgukra. Aztán kedves anyám szidogatta a kislányt, míg odarakogatta ő is a fájdalmas kezeivel a gyenge zöld kukoricaszárat a tehén elibe. Mert nem csak azért szitta csörét, mert neki kellett dolgoznia, hanem azért, hogy most kell feletetni a szárat. Öt vóm meg a korság zanyádba, morgolódott, hogy öt ment. Rá se tudok nézni erre a rohatra pesti csirke. Elmenj előlem. Így dorgálódott, ha csak meglátta a kislányt a ház végébe, mert folyton ott gubbasztott a napon, mert már megérezte, hogy jönnek a hidegek. Hogy a sok sírásba elgyengült, nem volt kedve futkározni, pucéron jobban érezte a ködöt. A köd meg is jött. Kivált reggelibe. Menj már a mezőre, eluntalak már, hónap kimész. Nem foglak itt nézni napszámba. Nem sok látvány vagy. Öt vóna mög a kányai rossz. De már csöre is vágyott. Ki a mezőre? Ugyan neki nem fájt a kedves anyám zúgása, ő azon csak nevetett. Neki csak a keze fájt. Mikor csillapodott a nagy fájás, akkor nem sokat törődött semmivel. Kedves anyámnak is csak fájt a keze szegénynek. Nagy fekete varak nőttek az ujjai oldalán, nem tudta vízbe mártani. E volt a legrosszabb, s mégiscsak bele kellett dugni. Ki Kikeverte meg a moslékot. Meg ha csak vizet húzott, mindig rálöttyent, akkor szidott felemelt kézzel. Úgy fájt neki szegénynek, hogy mindig szitkolni kellett valakit vagy valamit, de a haragjába már azt se tudta sokszor, mit csinál. Csak meg kellett főzni. Ki töszi meg, ha nem én? Szakadna már rám az a magasságos is, hogy így kell nekem emiatt a cudar miatt. Mivel érdemeltem én meg ezért a gyelnáér? Minden percben tudott valamit morogni fáradhatatlanul. Csöre meg csak játszogatott a porban a bekötött kezével. A ruháért nem volt kár, mert az oly fekete volt, mint a föld maga, amibe beledugta. És mikor megszáradott benne a téfel, akkor meg szúrt az a ruha. Megkeményedett, megcsomósodott, görcsös volt és darabos. Le is boncirálta a kezéről, a fogával tépegette, mert nem tudott fogni, de annyira kíváncsi volt már, hogy tanálkozzék a szeme a kezecskéjével, hogy mint egy kis egér addig rákcsálta, rángatta, vigyázva, hogy ha lehet azért ne fájjon, egyszer csak kibukott a keze a rongyból. Csak nézte. Az ujjai bögye meg volt dagadva nagyon. Nagy setét, feketés sebek voltak mindeniken, nem is látszott, melyik a fájósabb. Kedves anyám abban a percben meglátta. Jaj, nagyon megharagudott. Szegény kedves anyám mindig csak haragudott. Miért rágtad le, te gyalázatos? Nincs csak, hogy lemarcangolta, azért köttem rád. Az ember megszakítja magát a sok dologba, de még evvel is mindig csak dolgozni. Nincs nekem elég bajom, de hova is tettem az eszemet, hogy veled kénylódok, te? Te, 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 átok, te! Jaj, te gyere, te! Hadd kössem be, te! Nem elég nekem az én bajom. Még evvel is, hogy megvert engem az Istenem. Jaj, te! De ki is kergetlek reggel a mezőre a boriskával, te, ha leboncirálod a kötést? Azért etetlek, azért tömöm beléd, így hálálod meg, te átok. Jaj, te átok, jaj, te! És a kis csöre azon vette észre magát, hogy másnap kint voltak a mezőn ketten borissal. Jobb is volt már, mert kedves anyám akkora létániákat zengett, soha vége nem volt, ami nem lett volna baj, mert csak arra való volt a sok zúgás, hogy könnyítsen a saját fájdalmán. Nem kiabálhatta szegény, hogy fáj a kezem, jaj, de fáj a kezem, azért kiabálta, hogy te átok, te vagy az oka, te, jaj, te, te! A boriska meg volt bolondulva. Alig, ha nem észrevette, hogy a kis csöre nem tudja veszőt fogni. Csak a hóna alatt fogja úgy hajtja a tehenet. Még csápolja is vele, a hosszú veszővel így sután, de a kis kezébe nem tudja fogni, mert úgy fáj, hogy nem lehet vele. Csak peregnek a könnyei és énekel. Folyton énekel, mindenfélét énekel, ami eszébe jut, és megy a tehén után, a meg arra megy, amerre ő akar. Már hogy nehány napig, ki tudná azt, hány napig nem volt a mezőn, most mindent meg akar kóstolni, fut, mint a bolond. Ő meg riogatja, mint kedves anyám őtet. Boris, 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 megváglak, agyonütlek, a fene őt meg, Boris. Még szerencse, hogy a kis lába nem fáj. Kis mezít lába észre sem veszi a tarlót, a tüskét, semmit. Szeret a földbe gázolni, kivált, ahol poros. Egyik hóna alatt a kenyerét fogja, a másik alatt a veszőt. Így szalad a tehén után. Mindig csak a szőlőbe, a szőlőbe. Mám megint le akar taposni egy tőkét. Még szerencse, hogy most senki sincsen erre felé. Kedves apám elment dolgozni másúvá. Biztosan a kukoricába mentek a fiúkkal, mert nem látni erre sehol. Boris, ne menj a szőlőbe, boris! után kijöttek a gyerekek. Kiküldte őket a kedves anyám, hogy segítsenek őrizni a tehenet. Gyere a szőlőbe, gyertek a szőlőbe, együnk szőlőte! Nekem nem kell, savanyú! A kadarcsi, édes, az már egészen édes, gyertek a kadarc szőlőjébe! Nincs kapu, fúrunk! Neki láttak fúrni. A kis fekete ezek addig kapartak, mint a vakondék, hogy a legkisebb átbújhatott rajta. Csörének be kellett bújni. Mikor bent volt, csak akkor vette észre, hogy a keze véres, lekarmolta a sövény. Leült a hantra a tőke alatt, dehogy is gondolt ő az evésre, dehogy is nyúlt volna a máséhoz, csak átbújt, ha kellett. És tette, amit parancsoltak a testvérei. De odakint már türelmetlenkedtek, hogy ő eszik, nekik semmi se jut, csak visítoztak, mi sorra mind át nem szorult. Jaj, oda bent gyönyörű volt. Paradicsom kertje. Tele volt szilvával minden fa. A kukacos mind lehullott, és nagyon jó édes volt. Jön kadarcs gazda. Sic ki a szőlőből. Mind meg tudott menekülni, még a kis csöre is. De kadarcs István bátyám átlépett a sövényen, és utánuk jött. Mint a vadak szaladtak a szőlőből, mint a kis vadnyulak. Bújtak itt is, meg ott is. Nem keresték a kaput, bújtak kadarcs gazda jött utánuk nagy keményen. Melyik a legkisebb köztetek? Minden elszaladt. Kis csöre szepegve és csodálkozva nézett fel a nagy fekete emberre. Te itt maradsz, a többi hazamegy. Én minek maradok itt? Kik a pók? Haza mind, mind, haza mind. Csöre sikított. Hajtsátok a borist, legázolja a búzát! Neki kellett rendelkezni. Ő értette a mesterséget, ő volt felelős. Nem tudta, mi a felelősség, csak tette. Kadarcs gazda csak nézte a kislányt. Őrizte, mint a kisbárányt. Szétvetett lábakkal állott, bársony nadrágjának zsebébe tette az öklét, nevetett, mint a farkas. Közben lehajolt, leszakítani akart egy fürt szőlőt. A nem a magáé? Kacagott a nagy ember. Őt, ezt tanítja meg az enyém tiédre. Hetszelte csak azért is, belemarkolt a szőlőfürtbe. Ne bántsa, visított a kislány. Parazsat teszek a körmére. Mit csinálsz? Parazsat! Még a száját is eltátotta az ember. Kis kutya, hű, hogy vicsorog. No, no, Izgatta, mint a kutyát, és fogdosta a szőlőt. Úgy tett, mintha félne tőle, hogy a gyerek megüti, kapkodta a fejét. Még a szájába is vett egy-egy szemet a savanyú szőlőből. Mondta, Szilva a tietek volt. Szilvát lehet, mert a nem a miénk, de szőlőt nem lehet, mert az a miénk. Kedves apámé, kedves anyámé, kedves testvéreké, szőlőt ne bántsa! Kadarcs gazda rettenetesen mulatott, újra tépet, újra evett. Söre, mint harapós kiskutya, elvesztette a fejét, megfeledkezett maga fájdalmáról, nekirontott, elkapta a nagyember kezét és beleharapott. Nem törődött vele, hogy fáj az ujja, mint a két kezén, csak ott lógott a nagyembernek a mancsán, és próbált beleharapni, de gyenge kis fogai nem sokat ártottak a kemény szaruván őt kéznek. Kadarcs gazda, elkapta a kis lányt. Nagyot-nagyot röhögve úgy kapta fel a földről egy lábánál fogva, mint a békát, úgy lógatta maga előtt. Hát te megoltalmazod a dudás szőleit! Akkor én téged megfogadlak. Hopp! felhajította a magasba, a gyerek repült, és nem tudta, hogy zuppan a földre, de mire leesett volna már kadarcsgazda elkapta, újra felbillentette, fel magasra, így labdázott vele meg a szájához vette, belefújta a hasába, mint valami trombitába. Brú, bizsergett a kislánya rémülettől. Ne báncsón! Kadarcs gazda ment a gyerekkel, vitte, a maga szőlejébe vitte. Most meg vagy, no most meg vagy, most nem tudsz elszaladni előlem. Kell mézes kenyér, kell cukor, kis büdös kölyke. Most megtöröm még a csontodat is. Meg ezt lenyellek meg zabállak. Már régen fáj rád a fogam. Tudod, ki vagyok én? Rudi bácsi vagyok, én katona vagyok, most jöttem a frontról, tudod-e? De hiszen csöre ismerte, hogy kadarcs Pista bácsi ez a szomszéd balkésztő. Pista bácsi! sikított rá. Rudi bácsi! röhögött az ember. Pista bácsi. Nem fogod be a szádat? Nem hallod, hogy Rudi bácsi vagyok, te? Vad nevetéssel törte. Úgy csavargatta a gyereket, mintha veszőbül volna, és semmit se érezne. Lehetne hajlítani, mint a gúst. Nem szereted a Rudi bácsit? Jaj, te senki gyereke! a testvérek már messze jártak. De azért vissza-vissza néztek. Szerették volna tudni, mi történt csörével. Egyszer csak velőt rázó sikoltást hallottak. A goromba ember a nagy viháncolásban karóba vágta a gyereket, hogy az véres lett De nem törődött vele, ledobta. Egy haza! Várnak! Csőre fogta magát hátul, ahol fájt és vérzett, és futott mezitlába lába mezőn. Sehol senki. Csak egy kis madár tipegett gyalog a nagy tarlóban. Csak talán a többi madár nézett fel, senki vele nem törődött. Senki nem várta. Senki nem fogja javítani, gyógyítani. Rettenetes. Csak szaladt véresen a sarkán csorgott a vére. Még be sem kötötte a Pista bácsi. Rudi bácsi. Már alkonyodott, mikor hajtották haza a tehenet. Baktattak vele mind a gyerekek. Hum vérezted meg magad? Megszúrt a karó. Milyen karó? Rudi bácsi. Miféle Rudi bácsi? De nem tudott mit mondani. Csak azt az egyet érezte, hogy milyen jó, hogy utolérte a testvéreit. Milyen jó így közéjük bújni, velük lenni. Milyen jó, hogy már nincs tőlük messze, velük van. Nem törődött a csorgó vérével sem, csak csendesen és boldogan sírt, hogy a testvérei most nem bántják, sajnálják. Még nem tudta talán még sohasem érezte ilyen jónak, hogy ha idegenben bántják az embert, akkor mindennél jobb testvérek közé menekülni. Már azt hitte, az az ember megöli. Úgy hajigálta, mint egy labdát, pedig ő nem labda, hanem kislány. Semmit sem tudott mondani, csak sírt, sírt. De most nem keservesen, hanem boldogan, hogy még egyszer megmenekült a haláltó. Ó, szegény! Nem is tudja, mi a halál. És mégis azt érzi, hogy ha az ember idegenek közé kerül, az a halál. És hazajutni újra azok közé, akik közt van mindig, mert az övé, testvérei, az az élet. Csak megmelegedett valami benne, és úgy érezte, meg se kell érinteni a testvéreket, már jó. A kedves anyám is otthon csak megnézte a kislányt, megmosta, bekötötte, még csak egy rossz szót se szólt. Még annyit se, hogy a fene öt volna meg, mindig csak bajom van veled. Ezen a napon még ki se kapott a kis csöre. Ketten aludtak Rozival a kemence kuckóban. Most azt mondta kedves anyám. Hagyjátok most csörét, meg ne rúgd, fáj neki a hátulja. Ettől cserének olyan meleg gyűlt a lelkébe, hogy majdnem megszakadt a kis szív. Hogy mégis szereti őt a kedves anyám. Nem hagyja, hogy megrúgják. És valósággal büszke volt, és dédelgette a sebet, pedig sajgott neki a szúrása. Sós vízzel kötötte be, kedves anyám, és az úgy sikított bele a só és a fájás, de kis fekete kezeire dugta a kis maszatos arcát, és befelé sírt. És úgy örült, olyan nagyon boldog volt, hogy neki olyan sebje van, hogy kedves anyám is megsajnálta. Büszke volt rá, hogy most valami igazi nagy baja lehet, mert mikor a parazsat rátette múltkor kedves apám, akkor nem sajnálta így. Már fél álomban volt, mikor hallotta: A vót, a pista vót! Rudi, Fere Rudi. Kadarcs, pista volt a dög, ott ette volna meg a Fene. Csöre itta a szavakat. Most először esett meg, hogy nem ő neki szólt a Fene. Most legelőször, hogy ő miatt a másat kadarcs István szídja, kedves anyám. Majd megfizetek még neki, morgott kedves apám. Majd megkapja tőlem. Gazdisznó a fene ötte vó meg csírába, szitkozá kedves anyám. Most már ő lehet boldog, és az is. Csak tudná, mi a boldogság, mert még a szót sem ismeri. Csak annyit érez, hogy nagyon jó az, ha az embernek nagy bajt csinálnak az idegenek, mert akkor idehaza egészen másképpen néznek rá az emberre, és sajnálják. Szeretett volna leszállani, oda a kedves anyám lába alá, úgy meg tudta volna most csókolni annak a lábát. Olyan nagyon szeretett volna egészen bebújni annak a takarója alá, és átkulcsolni két kis karjával annak azt a szegény, vékony nyakát. De nem mert megmozdulni. Mert félt, hogy elmúlik ez a nagyon jó. Tehát csak saját magát ölelte meg. A kis arcát simogatta kis kezével úgy, hogy az arcával simogatta kicsi kezét, amire ráfeküdt. Az is olyan jó volt, hogy a kedves anyám most valami meleg takaró kendőt tett rá, de nem csak a meleg kendő esett jól, hanem az, hogy olyan szépen és gondoskodva dugdosta be körös körül, hogy sehol be ne fújjon a szél. Talán még soha életében ilyen szépen nem aludt el. Boldog volt és azt álmodta, hogy kedves anyám pohár tejet adott neki, és ő megitta, és szerette a tejet. És ez nagyon jó volt. Úgy csodálkozott, hogy lehet az, hogy a tejet valaki nem szereti. Mikor az édesanyám teje olyan igen-igen jól esett neki. Olyan igen jól, hogy felébredt rá de hamar újra elaludt. Akkor is folyton csak jót és kedveset álmodott. A hajnalok egyre hűvösebbek, de azt megszokja az ember, ugye csöre? A pucérjányka dideregve ment két tehénnel napról napra. Csak az a furcsa, az előtt soha se látta őt egy senki, most meg akármikor ment a tehén után, mint csak férfi szemmel találkozott. Hol szekér ment el mellette, s a kocsis az ülésből az ostorral feléje csapott, hol szembe jött valaki lóval, szekérrel, már neki messziről el kellett kerülni az árok sáros partjára, a vékony akácfák közül lesett, nem bántja el valaki. Az őszi reggelek, az őszi esték férfi szemekkel voltak telepermetezve. Most mind ránevetett, mind kinevette. Mit akarnak vele? Ellenségesen, gyűlölködve, morcosan nézett vissza rájuk. Kicsi száját feldúzzasztotta, mint vadmacska, csak berzenkedett. Még a földre is besütött a nézésük, csak úgy szúrt, vakart, a hátat fordított, is, tudta, hogy most az a nagybajú szú csak rákapaszkodik a szemivel. De csak akkor, ha éppen látta, mert máskor soha nem jutott eszébe. Játszott és dalolt. Mind csak dalolt, hangosan, ahogy a torkán kifért. Úgy dalolt, mindent dalolt, amit csak valahol fülhegyel elcsípett, már az övé volt és fújta. A gyerekek sokat voltak kint. Kizavarta kedves anyám őket, ha hazajöttek az iskolából, vagy nem mentek, hogy legyenek a tehén körül, ne otthon zavarják őtet. Ő olyankor, ha itt voltak a testvérei, megállott, felbígyeztette a kis száját, nézte őket, irigykedett, hogy neki azt mondták, őriz. Neki mindig csak őrizni kellett a tehenet, utána menni. Nem volt szabad egy percre se felejteni, hogy neki csak őrizni kell. Őrizni a borist. Meg úgy játszottak, hogy csöre után kötötték a kiskocsit, és abba beleültek a gyerekek, neki húzni kellett. Csöre ne! Csöre ne! csattogtattak a kisastorral. És csöre elkezdett sírni. Ne ezek vattok! Nem vagyok én ló! Meg azt is akarta néha, hogy ő is beleüljön, de azt nem engedték. Azt nem. Soha. Bele nem ülhetett a kiskocsiba, kihallott olyat, hogy a ló beleüljön a szekérbe, vagy az állami a játék hintóba. De írtó nehéz volt, mert beleültek hatan is. Az ilyen ustor volt-e, és kocsisült elől, és ha lassan ment, akkor ráhúztak, de ezért nem illett volna sírni. Persze, ha a kedves anyám ütött ilyet rá, akkor nem győzött eleget sírni, mert az büntetés volt. Egyszer meg úgy játszottak, hogy gémes kút volt – mikor nem volt otthon kedves anyám, akkor volt ez a játék. Beleültek a kútba, és leeresztették egymást egész a vízig. De Rózsit nem eresztették le, s a Rózsi este kibakkantotta. Jaj, de kikaptak érte? Mindennek az volt a vége, kikapás. Pedig milyen jó játék volt, csak úgy gurult, akit kiborítottak a vederből. Azért szerette Rózsit a lányát, mert az mindent elárult. Mondta a kedves anyám csörére, ez a huncút, ez semmit nem árulna el. Azt se árult el, mikor megfejték a tehenet kint a mezőn a gyerekekkel az új búzában. Pedig ő volt abban a legnagyobb szer. Egész nap legeltette a tehenet az új búzán, de folyton hajkurászni kellett, hogy nagyon len a bálja és lene tapossa a tehén a vetést. És kijöttek hozzá a gyerekek, és azt mondta valamelyik, hogy fejni kellene. Megállj, én megmutatom, hogy szokta kedves anyám, Elébb kerestek valami ócska edényt, amit már valaki elhajított a garádján, törött edény mindig lakik ott, amiben ételt vittek ki az aratóknak, s eltörött. Azt megmosták a tóba, mind a négyen aláállottak a boriskának, rángatták a tőgyit. Ne úgy, ne úgy, majd én megmutatom, kedves anyám, hogy szokta. Boriska végre megunta a dicsőséget, és mikor már félig volt a csupor, egyet rúgott, egyet táncolt, és széthányta a négy gyereket, még az edényt is kirúgta a kezükből. Te csere? Mi van ebben a tehénnel? kérdezte kedves anyám este, mikor megfejte. Mi legyen, no? Talán megfejte ezt valaki, hogy ilyen keveset ad? Talán én megfejtem. Tudhassa, hogy én nem is szeretem a tejet, ha már a szagját megérzem hányok. Akkor nem legeltetted jól. Kipányváztat, te gaz, és a szegény tehén koplalt. Minek pányváztam volna? Átmentél a szőlőbe lopni biztosan. Jó tette a pát, hogy parazsat tette körmödre, már nagyon is ragadós lett az ujjad. Ilyenkor Miska, a legnagyobb fiú megállott, szétvetette a két lábszárát és hangosan kacagott. Ő nem mert neki szólani, mert Miska már nagy volt, kerekfejű legényke, és néha csak megállott, és rábámult csörére, és csak eltátotta a száját, és nagyot nyerített, mint a ló, és azt mondta, az a szemit. És megcsóválta a fejét, és újra nyerített. Ezután elment, elfelejtette őt, tehát végezte dolgát. De ha meglátta, újra elnyitotta a száját nyerítés formán, újra megcsóválta a fejét, nyerített. Mi lehet, amit mindig felfedezett rajta vajon? Mert mindig úgy nyerített rá, mintha most látná először, és most venne észre valamit rajta, pedig itt nőtt fel a szeme láttára. Úgy igyekezett mindenkinek kedvébe járni, mert csak azt szerette volna, hogy egyforma legyen a többivel. Persze nem lehetett, mert a többi más volt. Azoknak volt ruhájuk, és cipőjük is volt, ő meg úgy járt, mint a malac vagy a kutya a maga bőriben de minden alkalmat megragadott, hogy így mutassa, semmi különbség nincsen köztük. Ő is csak az, ami a testvérek. Éjszaka is, ha nem kaptak elég kalácsot, pedig volt, éjszaka felkelt, és titokban kihúzta a sublót fiókot, és kivette a kalácsot, és adott a többinek is. Ezt nem mondta meg Rózsi, mert ő is evett belőle, olyankor nem árulkodott, de a többit megmondta. Mikor a kúterengetés volt, akkor ki is mondták rá, Júdás, kelle piros tojás. Te is ott voltál, Júdás, kelle piros tojás. Nem kell neki piros tojás, csak egy segberugás. De azért nem rózsit rúgták meg, hanem őtet, mintha ő árulkodott volna. Ha nem látta, kedves anyám, akkor megrúgták. És Miska is, meg Jóska is futottak utána, hogy mezit lábbal megrúgják. Na! No. De a fiúk jobbak voltak, azok nem bántásból rúgtak bele, csak belerúgtak, és kacagtak. Csúfol, csúfol, gyalogolt a kedves anyám után, amerre az ment. Mint kisbornyú bornyú anyja után, akár merre ment, rajta lógott. Valgas, tik meg mi csúfolódtok? Játékokat nem lehetett elfelejteni, se a veréseket. Legjobban nem lehet a szenvedéseket de az örömöket is tartogatja az ember. Engem a fiúk mindig jobban megvédtek, gyere ide csöre! Azt a szép tájat nem felejti el soha. Búzatáblák. Nem volt ott ház semmi, volt egy kis tanya. Amerre nézett az ember, nem látott semmi mást, csak búzát. Kis mesztelen kölyök a búzában. És itt is egy fiú vicsorog rá, ott is, mint kacag. Harapushan. Mikor a kedves anyám bement a városba vásárolni, akkor nem kellett kimenni a tehénnel. Akkor a tehén bent maradt az istállóban, adni kellett Elibe takarmányt. Volt szép csalamádé. Csöre pedig ilyenkor egyedül neki látott, hogy kitakarítsa az egész házat. Hű, csak úgy igyekezett a kis keze, sepert, minden zugot kikotort, és felmázolta a földes talajt a szobában így húzgálta a kis tenyerét. Oly egyenletesen a sárga földes sarat, hogy annak nem volt szabad csíkosnak lenni. Jaj, Isten, mencs, hogy egy tenyérhúzás meglátszódjék. Akkor letörölgetett mindent a komódon, de nem érte. Először kikapott értemet, csak leszette valahogy, de nem bírta kitalálni, hogy kell visszarakni a porcelánokat. Csak mikor hazajött kedves anyám. Hát, te mit csináltál? Állj fel a székre! No, milyen buta ez a lány, még a székre se bír felállani. Attól kezdve aztán minden darabban le s fel, mikor leszette, mikor felrakta. De az is lett, hogy mikor hazajött kedves anyám, körülnézett, egész meg volt komolyodva. Van már nekem egy kislányom, aki kitakarít szépen, és megcsókolgatta a kis államit. De mikor a tányért törülgettes nem tudta jól helyre rakni, te rohadt, te büdös, rakod fel jól azt a tányért, mire nézel, mi akarsz lenni, mágnás kisasszony? De csőre nem akart mágnás kisasszony lenni. Nagyon sírt is, hogy ilyenekkel szégyenítik meg. Varró nő akart lenni. Folyton vart. Minden tűt ellopott, amihez hozzáfért. Pedig tudni való, hogy van az a falusi háznál, egyet tartanak az egész házban. Ha nem leli, akkor nincs más. Kivált kint a tanyán, ott venni se lehet. De csőre ellopta. És mindig varrogatott babaruhát a legújabb dívat szerint. Mindig ki is kapott a tűért, ha eltűnt, már csak őtet szípták. Én nem is láttam. Nem árulta el, hol van, mert ha visszaadta volna, akkor igazán sose látott volna tűt életében. Pucéran varrogatott divatos ruhákat. Azért nincs neked ruhád, mert papírruhát adnak, és azt meg a rózsi hamar elnyúzza. Egyele a fene az édesanyjukat, miért adnak olyan rongyokat? Már félt, mikor fel kellett venni a rongyokat, azokat, amiken a kuckóban hált. Csupa ringy rongy, a többi gyerek elnyújt kacatja. Még aludni is utálatos volt, takarózni meg még inkább. Sose volt sehol a tanyából, mint a kismalat. A templomnak még a tornyát se látta hét éves koráig. Egyszer rokonok jöttek szekérrel. Azon nagyon csodálkozott. Rokon is van a világon. Neki nem volt se anyja, se apja, se semmi rokonja se volt. Ezeknek a gyerekeknek volt apjuk is, anyjuk is, és még rokonjuk is. Nagyon igazságtalannak találta. Nem is hitte el. Úgy gondolta, csak hazudnak neki. Elveszik tőle, ami az övé is. És ha jó ember volt a rokon, úgy oda bújt hozzá. Hát, te kibornya fia vagy, kérdezte a rokon. Nekem senki rokon bácsi. Nincs anyád. Nekem nincs, csak kedves anyám. Hát akkor hun termettél. Én csak állami vagyok. A jó rokon nevetett, megnézte a gyereket a rondyokban, de nem törődött vele. Tudomásul vette, hogy ez is van. Mi Jó ezeknek a dudáséknek. Felszednek a piszokból egy államit, három hónapig etetik, akkor kapnak érte egy malac árát, azután meg a gyerek fizetésből mindig kitelik a disznóhízlalás. Hány vagy, fiam? Nem tudom. Még azt se tudod? Már olyan oskolás forma vagy. Hát ahány disznó van az udvaron, az mind ebből szaporodott. Jobb, mintha ütet sózzák le, mint tatáréknál, mesélte a másik rokon. Hogy? Hát mindenki elment hazúról, csak a kilenc éves maradt otthon a kis államival. Azt mondja a kilenc éves a kis államinak, mikor magukban voltak. Gyere csak, lesózlak. Avval fogta a gyereket, levágta, mint az apja a disznót. Leszúrta. Azután lelvágta kezét, lábát, kihasította, és az egészet úgy, ahogy volt, lesózta. Jönnek haza este a szülők, kérdik aztán, hogy hun az állami. Azt mondja a kilenc éves, hogy a tekenőben van, lesóztam. De hogy egy kilenc évesnek annyi esze nem volt, hogy az ott sivalkodott, és neki nem fájt, hogy a nap fájt. Csöre csak hallgatta bámészan. Az is lehet, hogy őtet lesózzák? Azért megnyugodott, mert ő már nem hagyná magát. Inkább ő sózna be egyet. Biztosan a rózsit, aki az ő ruháját hordja. De az se úgy, hogy fájjon neki. Oda is ment hozzá, és megsimogatta a gyereket, aki nem is volt nála öregebb, de már iskolába járt. Igaz, ha csak egy ing van, mert a felügyelőné nem ad többet, csak egy inget, azt is papírból, akkor ketten egyinkben nem járhatnak, az biztos. Szebb inged van neked, fiam, mondták a mezőn az asszonyok. Neked van a legszebb inged, igaz-e? De éjszaka jó volt. Télen a kuckóban, a kemencezukban, mikor jó meleg volt a kemence, de ha hideg volt, akkor a sublót mellett a széles deszka ágyon, négyen. Hancúgroztak, mi csak el nem aludtak. A beteg asszony csak zörgött, morgott, vert. Mit csináltok te? Mikor lesz már vége te? Egyszer meg egy alma leesett a sublódról, és az ágyba került. No, megmozdult az egész hangyaboly, mint a kukacok kezdtek nyüzsögni, mint a kis csirkék. Ha valami jót talál egy, nem eszi meg, hanem szalad, szalad, míg a másik el nem kapja. Akkor az szalad, elejti. Most a harmadik rohan vele. Ők is hozzáfogtak eszeveszette nyüzsögni, ki kapja meg az almát. Má megbolondultak, má megbolondultak, hogy a fene et volna apróra benne tekette kutyák. Csak már be is kapta valamelyik az almát, a másik elcsikarta, az is harapott. Egyszerre minnyáján rágták, hallatszott a setétbe a hersegés, közben a nevetéstől majd megfúltak. Hő, almát nem volt szabad enni. Az alma ott volt kirakva dísznek a sublódon, de nem mert volna ahhoz nyúlni senki a világ mindenkin kincseért. Csak most az alma szállott lehozzájuk, az más. Felkelt a kedves anyám, megnézte, mi a nyavaját csinálnak ezek. Egyik se látott semmit, hasba nem látni. Megverte valamennyit. Hogy igazán elaludjanak, teljes erőből akkorákat csapott a dagadó cipójukra, hogy még húsz év múlva is zsibog, ha eszükbe jut. Erre aztán mégiscsak elcsendesedtek a gyerekek, lassan elaludtak. Ha valamelyik felvihogott, rögtön panaszkodott. Na, mit csinálsz? Hol a fésű? Nem láttátok? Dehogy is nem, kedves anyám, ott szaladgál az istállóba a borisnál. Pedig éppen a maris fésülködött vele. A fene egye meg a büdös kölkeit, mit csináltatok az éjszaka? Mit rágtatok? Oda megy a sublóthoz, s felkiált. Innen meg hiányzik egy alma. Megettétek? Csak nem ettétek meg? Melyik vette le? Hadd vágom le az ujját. Te voltál, te tolvaj. Csöre nevetve mentette magát. Magától jött le, kedves anyám. Igazán senki se bántotta, ő meg leszállott. Ki az az ő? Melyik szállott le? Az alma. Szóval te csináltad. Na várj, most végzek veled. A tyúkok meg eltújtak. Örökké csak a tojást kellett kapirgálni a szalmakazlakba, bogják tövén. Mégis egyszer csak tavasszal jön elő egy tyúk kis csibékkel. Ó, a fene ötvón meg benneteket, így szedtétek össze a tojást? Ti szemtelenek, milyen jó lett volna eladni, most mi mit csináljak a gyalázatos tolvajjal, csak enni kell neki adni. De megnőttek a kis csibék. Gyönyörűek voltak, kis, csiri, csiri, jaj, nagyon szépek. De mikor megnőttek, ugye jó volt kedves anyámnak a piacra vinni őket. Az eszébe sem jutott volna, hogy levágni, de hogy Isten mencs, az olyan, mint az emberölés. A csirkét el kell adni a piacon. Pedig kár volt panaszkodni, mert még az élelem se került nekik semmibe. A tyúkok eltojtak. Örökké csak a tojást kellett kapirgálni a szalmakazlakba bogják tövén. Mégis egyszer csak tavasszal jön elő egy tyúk kis csibékkel. Ó, a fene megbenne meg benneteket! Így szedtétek össze a tojást? Ti szemtelenek! Milyen jó lett volna eladni! Most mi mit csináljak ebből a gyalázatos tolvajjal? Csak enni kell neki adni! De megnőttek a kis csibék. Gyönyörűek voltak, kis csiri csiri, ja, nagyon szépek. De mikor megnőttek, ugye jó volt kedves anyámnak a piacra vinni őket. Az eszébe sem jutott volna, hogy levágni, de hogy Isten ments. Az olyan, mint az emberölés. A csirkét el kell adni a piacon. Pedig kár volt panaszkodni, mert még az élelem se került nekik semmibe. Boris a tehén egy este azt mondta, megellik. Tű, lett nagy izgatottság. Senki se feküdt mindenki ébre maradt. A sok gyerek mind az istálló ajtóba kuncsorgott, nem akart lefeküdni egy se. Szaladjatok mágócsékhoz, jöjjön át valaki segíteni, mert Boriska ellik. Apátokra nem lehet számítani, a fele tudja, hol eszi a gyalázat. Soha sem mondott volna semmi rosszat az urára, mert lelkében félt, hogy még itt hagyja. Ez is olyan dolog volt, hogy mióta beteg, azóta annál rosszabb az ember. Már csak azt szeretné, ha meghalna. Míg fiatal volt, szép volt, addig csak szaporította a gyereket. Most meg, hogy hozzá se lehet nyúlni, jaj, nem szánná kiírtani már a gyerekei közül. De azért soha nem szól rá, akármit is tesz, csinál vele, ha veri, ha kettőbe hasítja is, mert nagyon fél, hogy az ember egyszer csak megunja ezt a hűrcöt harcot, elcsap egy másik asszony mellé. Van a pusztában is olyan elég, özvegyasszony, kapósasszony. Ha ember nélkül marad, ura nélkül, jaj, enélkül az egy disznó férfi nélkül, akkor meg hiába van a sok gyerek, semmit se ér. Nem érdemes élni, akkor csak meg kell halni, el kell zülleni, minden rothadásba megy. De így, akármilyen gyenge is, akármilyen esett, mégis van elég ereje, mert van elég kedve. Hát a boriskát is majd megelleti valahogy, ha az ember oda beiszik a házba, hever részegen, mint egy dög. A boriskának akkor is el kell végezni a dolgot. Megjött Kadarcs István. No, mia? Adjon Isten! Ja, István, jöjjön, segítsen már, mindjárt meg lesz már, már nagyon oda van szegény boriska. A gyerekek félve, kacarászva lesték, mi lesz? Csöre is ott szorongott a többi közt. Kadarcs István oda nézett rá, és a pucér lánytól mindjárt villogni kezdett a szeme. Ki volt vele a bikánál? E volt? A kedves anyám mérgesen nézett rá. Kadarcs István volt a nyáron az a Rudi, aki a kisjányt megvéresítette. De rá volt szorulva, és az ilyenről tisztességes emberek szót sem ejthetnek, át csak is másolta. A gyerekre lármázott rá. A fene egyen meg eregybe! Ne légy itt láb alatt, te! A gyerekek nem gondoltak semmit. Jön a tehén, lesz kis tehén. Mikor meglett? Na a csuda, de fene De most nem volt olyan virgonc az új dög, mint tavaly, mikor Boriska azt a tréfát csinálta, hogy ellett egy kisbikát. Avóta nagy mulatság. Nem lehetett vele bírni. Kötelet kellett a nyakára kötni, másképp kiszaladt volna a világból. Úgy ugrál, tudjátok, ekkorákat ugrott, te úgy lehetett nevetni. De most csak nézték tágra nyílt szemmel, ahogy Kadarcs István nekivetkezett, és vizes ruhával törülgette a kis állatot, míg olyan szépen dagadt kifelé, ahogy a jószagú kenyér kél a kosárban. Csöre csak nézte, fintorgó arccal, megdermettem, mi történik. Mikor a kis bornyú lábon volt, kedves anyám egy kis vizet csapott a szeme közé, akkor azt mondta. Na, Istennek hála, ezt már úgy hívják, boci. Csöre odapillantott, és megiszonyodott az embertől is. Ez is tele volt vérrel frecskendezve, nagyon iszonytató volt. Másnap reggel már egész szép volt a kis boci. A gyerekek mielőtt iskolába mentek, már megnézték az ólban, ahogy Boris éppen nyalta, nyalogatta a fiát. Elkapták a lábát, és mulattak rajta, hogy rugdos, és a boriska meg a kötelét akarja elszakítani. Mi az anyátok isteni csináltok már vele? Megálljatok csak, hogy megdöglik, de akkor jaj nektek! Apátok a tőkére teszi a fejeteket, mert megmondom neki, hogy mi csináltatok. Csöre nem fért nappal a bocitól, és most elhitte, hogy kedves anyám igazán megmondaná kedves apámnak, ahogy megmondta, mikor ő dinnyét lopott. Szinte érezte a fejében, ahogy a tőkére teszik, és levágják a nyakát. Jóska, a nagyfiú azt mondta. Anyámnak is lesz egy bocia újra. Nagyon kacagtak a gyerekek. Csöre nem értette. Nem látod? Látni rajta-e? De csöre hiába nézte, nem látta rajta-e. Kedves anyám, adhatok a kis Borisnak egy kis krumpli levest? Az anyjuk nem felelt, mert avval volt elfoglalva, hogy a nagy Borist szelidítgette becéző és bíztató szavakkal. Ne, ne te ne! No, kedves gyönyörűségem, szép Boriskám, lelkem, csendes egy már ne! Majd adok én ezeknek a bitangoknak, csak még egyszer hozzámerjenek nyúlni a te szép fiathoz, te szegény. jó! Te szegény állat, de nagyot is kell szenvedni ezért a semmiért, hogy az embernek legyen bosszúság csinálója. No, no, boriska, no. Jóska meg hozta már a tányérban a krumplilevest, ez volt reggelire, és ő nem szerette. A gyerekek kuncogva nézték, mi lesz. A kis bornyú mit szól hozzá, szereti -é. Az anyjuk szétütött köztük. Csöre megnézte a tegnapi vért még ott volt az alom közt. Ő látta és szédült. A spenótot se tudta megenni. Éppen olyan volt, mintha a kisbornyú gyártotta volna. Csak úgy folyt belőle később a szép tiszta híg spenót. Ha azt főzött a kedves anyám, mondták, nem kell boci spenyód, gyenge borjú frisse, korty, 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 boci szaladiszott te. De veszekedés nélkül nem múlt el este. Néha nem lett verés a kedves anyámnak, nem mindig avval kezdődött: Na most végzek veled! Hanem akkor este nagyon fáradtan és dühösen jött haza a kedves apa. Egész nap a mezőn dolgozott, kukoricát törtek és nagy szekérrel hoztak. Jóska is vele dolgozott az apjával, és Miskát seresztették aznap iskolába. Ilyenkor volt nagyon dühös a kedves apa dudás ha nagyon sok volt a dolog, mert munkást soha nem vettek volna, ha megdöglöttek is a nagy munkában. Na most végzek veled! Éppen akkor a gyerekek bementek a házba, hogy egy darab kenyeret vágjanak, a kedves anyám nem mert bemenni. Kedves apám rájuk nézett, és elordította magát. Mit akartok itt, zabi gyerekek? Rájuk fogta a nagy kést, hogy majd leváglak én benneteket, úgyhogy azok sivalkodva futottak ki a szobából, de ez mindig így ment. Még télen is. Ott fázott meg a kedves anyám is a kazaltövébe. Azóta mindig köhögés beteges. Hát most is szaladtak ám valamennyien, amerre láttak, féltek, hogy mindjárt megöli őket. Kimentek a szalma ott ácsorogtak, és gondolták, hogy ott kell tölteni az éjszakát. Kedves anyám, menjen fel! Kedves anyám, menjen fel! Suttogta csöre, mikor bent az apa ordítását hallották. Bizony megijedt az anya, felmászott a létrán a szalmakazal tetejére, a létrát is elvették a gyerekek a kazal mellől. Ebben az izgalomban voltak. Dudás nem sietett, inkább csak bömbölt, ahogy szokott. Közben bort hozott fel a pincéből, ivott. Azután megint kiállott, hogy rivalkodjon. Hol az anyátok? S csúf szavakkal fenyegetőzött. Akkor csak új rémület ütött a gyerekekbe. Jött a kísértet fejérlepedőbe. Kísértet dörmögött, huhogott és vonyított feléjük, ijeszgette őket. Csöre! Csöre! Már késő volt, setét is volt, mert semmi holdvilág sem volt. Kedves apám, kedves apám, itt a kísértet! sikoltoztak a szegény gyerekek. Dudásné nem mert a kazarról leszállani, mert jobban félt az urától, mint a kísértettől. Csak fentről bíztatta a gyerekeit. Menjetek be a házba, szóljatok apátoknak! Oda is a kis csörét tolták be, mert azt megfigyelték, hogy még legjobban csörét bírta ki az apa, ha részeg volt. Azt meg nem is gondolták, hogy csöre meg miért fél jobban tőle, mint a kísértettől. De azért bement a kislány és értelmesen sikította a kedves apa fülébe, hogy itt a kísértet az udvaron, fejér lepedőbe kiáltja a csöre. Dudás meg kihúzta a fiókot, és kivette belőle a revolvert, kiment, és azonnal belelőtt a fejér lepedős kísértetbe. A kísértet meg elesett, ott feküdt az udvaron. Hogy a szellem elesett, ő nyugodtan elkáramkodta magát, megfordult, és bement a házba. Lefeküdt, és el is aludt. Addig a gyerekek mind bemenekültek a házba. Most kiverte őket. Menjetek ki, rondadögök, nem kelletek. Menjetek, már nincs szellem, kifele. De az anyátok jöjjön be, mert ha nem jön, szétverem a fejét a cséplő fával le. De a gyerekek kiszaladtak, és megmondták az anyjuknak, hogy be ne menjen, inkább felmásztak hozzá. Betakarták a szalmával, hogy éjszaka meg ne fagyjon. Ők meg a konyhában kucorogtak. Reggelig csak ugyan kihúzták az időt, elaludtak összebújva a kemence előtt, és a kis csöre meg minden percben felfelriadt, hogy jön a szellem. Pedig az már nagyon jól meg volt halva, és ott feküdt másnap reggelig az udvaron, míg végre felkelt a kedves apám, kiment, meglelte. Miféle alak ez itt? kérdezte. A gyerekek elmondták neki, hogy ez a szellem, akit az éjszaka lőtt, mert a gyerekeket ijesztgette. Dudás felemelte a lepedőt. Hű, a kutya mindenség itt, Hon van az anyátok. Rozi! Hallod az Istened! De nem mondták ki neki, hogy hol van. Meg a kedves anyám se akart megmozdulni. Ha nem lesz feleségem, kiáltott Dudás, rögtön lövőm magamat, és húzta felfelé a revolvert a fejéhez. A gyerekek nagyon megijedtek, és kezdtek sikoltozni. Édesanyám, kedves anyám, tessék lejönni, agyonlövi magát, édesapám. Csak a kis csöre nem kiabált. Csak reszketve nézett, fogavacogott, még a hasa is kék volt. Ebből meglátta Dudás, hogy ez félti legjobban a kedves anyámat, meg a gyerekek is mondták. Csöre mondta, csöre tanálta ki a szalmakazal tetejét. De mikor lejött a kazalról az anya, nem lett semmi baj. Csak annyit mondott a feleségének Dudás. Most én bemegyek a községházára. Ti addig vigyázzatok erre a cafad Mikor elment, a gyerekeknek ott kellett maradni a hulla mellett de különösen csörének, mert a többi fázott. Csak neki nem volt szabad soha se fázni, se éhezni, se félni. Ami rossz volt, azt mind neki kellett elviselni. Most is ott kellett maradni egész délig, mert a kutyák bántották volna a szegény halott szellemet. Így a marhákat ma nem hajtotta ki senki, mert a gyerekek elmentek iskolába, Rósi otthon maradt, de arra nem lehetett bízni a tehenet, és ezért a kedves anyám nagyon mérges lett, hogy azok a szegény állatok bent maradnak az ólban egész nap egy ilyen vacak ember miatt. Mi a fenének együtt ide Kadarcs István magát mutogatni szellemruhában? Most megkapta a magáét. De azért nagyon félt, kedves anyám, hogy majd megbüntetik kedves apámat. De nagy szerencséje volt kedves apámnak, mert azt mondta a bírónak, hogy a gyerekeimet ijeszgette, azokat védtem meg. Hazajött a községházáról kedves apám, s azt mondja nagy hangon. Ha ezek a gyerekek nem lettek volna, akkor már be is csuktak volna. A menkü ebbe a vacakdögbe, de ezt most anyjuk el kell temettetni. Elvigyorodott a képe. Most olyan kedves volt, mint mikor józanom megengedi magának, hogy röcsögjön. Ilyenkor lehet ám szeretni. Kivitték szekéren a halottat a hullaházba, a faluba, és onnan aztán el is temették, és nem lett belőle semmi baj, de sosem mondták meg a gyerekeknek, ki volt a szellem, csak annyit, hogy szellem volt, no. Csak csöre tudta, Kadarcs bácsi volt. Nem üti többet karóba. Kedves apám is azért lőtte le haragból, mert megismerte. Átjöttek a tanyákból emberek, mind nevetett. Úgy kell a dögnek. Ez jó volt, hogy féltik az árvát. Ezt jó volt érezni, hogy a hatalmas férfiak mind utána bámultak. Úgy kell a bitangnak. Ettől a kis csöre oly félős lett, de annyira, hogy nem mert többet magában maradni. Folyton szellemet látott mindenfelé mert neki kellett őrizni a halálban is. És mindig úgy volt, ha setét lett, hogy jaj, a háta meget már itt is van a szellem, és harapja a hátát. Mikor a marhát későn hajtotta haza, ha nem jöttek érte, neki meg kellett várni, hogy a fejős tehenet valaki segítsen hazahajtani, mert borjas volt már ekkor, és nem lehetett egy ilyen kislányra hagyni, de otthon meg mindig rettenetes volt a munka, és nem volt érkezése senkinek, hogy a tehénért menjen. Olyankor a kis csöre mindig reszketett és gubbaszkodott. Néha már érezte is, hogy faldossa a hátát valami szellem. Mert a szellemekről senki sem tud semmit, csak fél tőlük, ugye? De akkor éjszaka arra ébredt, hogy kedves anyám jajgat, szipog, nyög, nyöszörög. De még kedves apám se káromkodik most, viszi a vödröt, ami tele volt vérrel. A gyerekek is felébredtek, átsorogtak, hallgattak, lesték a sarokból, ágyból, az ajtóból. Ez volt az igazi szellem. Talán visszajött. Az ártott meg szegény asszonynak. A kis csöre semmit se gondolt. Csak csodálkozott, hogy szenved. Azután a gyerekek minden nap csak elmentek iskolába. Mi az az iskola? Csöre szeretett volna menni. Az valami jó lehet. De nem tudta mi, mert ő még soha se volt kinna tanyából, még másik tanyában sem volt, csak azt gondolta, az éppen olyan, mint ez. Úton se volt, csak mikor hajtani kellett a boriskát. Sokszor ült magában a konyhában, a hamuban, és csak ült, és csak nézett maga elé. Szeretett volna bemenni az első házba, de oda nem volt szabad bemenni. Oda senkinek se volt szabad betenni a lábát, csak kedves anyámnak, pedig ő úgy szeretett volna bemenni, és neki látni, mindent szétszedni, jól kitakarítani, lemosni, felsikálni, törülgetni. Az boldogság lett volna, de nagyon. Nem volt szabad, hát csak ült. Máshoz nem volt kedve összehúzódva ült magában, gondolkodott a hamuban. Ki a dudás apám, ráröhögött, mint egy veres kutya. No te ronda, gyere ki az istállóba, feküdj le! De ő nem mozdult, nem ment ki. Soha sem ment ki. Összehúzta a szemét, feldúzzasztotta a száját, és csak nézett maga elébe a hamuban. Bejött kedves anyám összegörbedve, sárgán és soványan, és lihegve az istállóból, és piros volt az arca éle, de csak nyögött, nyöszörgött. Nem szeret ma engem senki, mondta csendesen. Csak a gyermekeim. Em még, ez a kis árva, ez szeret. Azután mélázva tette hozzá. Csak a borist ne bántanák any. Éppen a szalmazsákokat tömték. Csöre úgy tömkötte a lekvárkavaró fával a zsák csücskit, annak olyan keménynek kellett lenni, mint a fa. Jaj, volt, ha nem volt elég szépen tömve. Minden ősszel kicserélte kedves anyám a szalmát a szalmazsákokban, az ágyakban. A régi is jó volt még, de megporosodott, és az új szalmának még a szaga is más. Rossz szalma volna jó, de nekünk nem teremít rozs, csak búza de az idén annak is olyan szép szalmája volt, hogy nem látszottam ki belőle. De az is volt a baj, azért dőlt meg annyira, nem kaptunk olyan termést, mint vártunk. No, de ha még lesz egy eső, akkor a kukorica megadja a zsírozót, valahogy csak meg leszünk. Te csöre! Nézd csak, mi félék jönnek ott te! A kislány kinyitotta a szemét, már abban a pillanatban szaladt is. Menekült. Megismerte, hogy a nagysága jön esernyővel. Ő mindenkitől félt, de senkitől annyira, mint ettől, mert tudta, hogy ettől a nagyságától különösen mennyire fél a kedves anyám. Jó napot, Dudásné! Jaj, kezit csókolom, nagyságos asszony, kezit csókolom! Miért szaladt el, árvácska? Szaladós, kezit csókolom, szaladós, szegényke! És miért van mesztelenül? Ó, oh, semmi, olyan természetje van, rögtön lelöki magáról. Nem látja itt senki, hideg sincsen. Megmondtam magának már tavaly, hogy meg ne lássam mesztelenül, mert elveszem magától. Nem is volt azóta, csak most lecsúszott róla az ubonyka. De tessék már bejönni, tessék a szobába, kezi csokolom. A nagysága előre ment. Látta, hogy a gyereket nagyon nehéz lenne előkeríteni, az már messze szaladt a mezőn, formás kis barna teste villogott az őszi napfényben. A nagysága szigorúan és határozottan ment előre. Dudást néz zavartan ment utána, rossz sejtelmei voltak. Oda bent a nagysága leült, körülnézett a szobában. Meg kell adni, tisztaság volt. A falak fehérek, a kemence zöldre festve, takarosan rekeszekre osztva, kipingálva fehér, zöld, piros és barna színekkel, mint egy virágkosár. A mennyezetet gerendák tartották, de azok is meszelve voltak hófehérre, és a gerendák alsó szintje barnára festve tiszta olajfestékkel. A bútorok barnák voltak, régiek. A föld igazi föld volt, sárga földdel szépen fölmázolva, hogy aki nem ismerte, azt hitte volna, hogy padlózva van a sárgára festett, kopott ebédlőasztal mellett barnás sárga kemény faszékek állottak, a két ablak közt a falnál falóca magas hátával. A nagysága nem szólt egy szót sem, hivatalosan ment végig a szobán, beült az ablakok közt középre a lócára, vagy ahogy a tanyám mondták, a kanapéba, akkor szigorúan rendelte magállé Dudásnét. Dudásni. Maga ellen súlyos vád van. A gondozottnak már egy éve iskolába kellene járnia, de maga elmulasztotta az iskolaköteles időt. Az asszony hallgatott. Mi a válasz erre? Kezit csókolom, én azt nem is tudom. De azt tudja, hogy a gyermek a maga lányával egy évben született? Én magam mondtam magának. Emlékszik, hogy megbeszéltük, hogy a maga rózsi lánya és a lelenc egy évbeliek, emlékszik? És a maga lánya már tavaly szeptemberben iskolába ment, most már a második osztályba jár, igaz? Hát, kezit csókolom, behíták. A nagysága csak ugyan legjobban szerette volna, ha valamiképp el lehetett volna intézni ezt a dolgot, mert alapjában véve ő volt a felelős a késésért, most nem tudta, hogy mossa ki magát. Talán beteg volt a gyerek? Igen, kezit csókolom, mindig beteges, olyan kis fejletlen. Akkor is be kellett volna már ebben az évben adni, de maga nagyon haszontalan asszony elmulasztotta. Örüljön, hogy magam jöttem ki, mielőtt a hatóság számon kérné, mert nagyon súlyosan megbüntetik. De Dudásné már azon tűnődött, hogy ha muszáj lesz a csörét iskolába küldeni, akkor annak ruha kell, fehér nemű kell, és amit az államtól kapott, azt az utolsó darabig elhasználta. Milyen a gyermek értelmi fejlettsége? Ki is buta, az kis hülye. Sose lesz abból ember. Majd ezt jegyzőkönyvbe veszem, mondta a nagysága. Csak azt nem szeretem, mert tűrhetetlen, hogy most is mezítelenül találtam. Nem tűri a ruha félét, letépi magáról. Vad, Hát nekem csak elég gyermekem van, de ezt nem lehet megszelídíteni. Öt esztendeje kínlódunk vele, de még ma is olyan, mint az erdei kutya. Szóval nem tudja behívni? Ó, kezit csokolom, azt nem. A nagysága elővette a papírjait, valamit írt soká, akkor aláíratta Dudásnéval. Figyelmeztetem magát Dudásné, hogy holnap reggel kilenc óráig a gyereket hozza be. Azt tanácsolom, zárja be a szobába addig, ki ne ereszze. Nem akarom, hogy a pusztán hajkurásszák. Szóval, holnap reggel okvetlen, hozza és adja át árvácskát Margit kisasszonynak, a helyettesemnek. Ezzel felállott, a táskáját összerakta, becsukta. Állami árvácska! Ez a neve. Elég butanév. Biztosan a kíséri titkár úr adta neki. Mikor kiment az ajtón, ami azt illeti elég jellemző. A titkár úr nagyon humánus. Az igazat megvalva nem is tudtam, hogy ez a neve, hogy nincs neki más. Most látom az iratokból. Az anyát keserves istenit, káromkodott a gyenge asszony, mikor a nagysága elment. Akkor visítek el, mikor már az ember valami használt venni. Kiment a tanya végébe, kiabálni kezdett. Csöre! Csöre, a fene essen belé, csöre! No, mit akar? Gyere már elment. Csöre látta, hogy elment a nagysága, de még félt, hogy ha bemegy, addig visszajön. Visszagyűn! Dehogy gyűn! Még én is elmegyek. Gyere már, ha mondom, mert kitekerem a nyakad, nem érgesíts. Na, no, hogy gyere, lányom. Lassan aztán becsalogatta a kislányt, de az csak nem akart bemenni a házba, hanem kintről leskelődött, hogy a kedves anyán fekete ruhát vesz, fekete-fehér kendőt köt a fejére, és olyan furcsa, hogy ilyennek csak akkor látta, ha bement a faluba néha vásárolni. Vásál? Mi bajod? Vásál? Igen. Be kell menni miattad a faluba, hogy a bűr hújjon le valamennyiről az urakról, csak sanyargatják a szegény embert. Be kell menni te miattad, terühes. rühes. Miattad kell bemenni. Az iskola véget kell nekem ilyen messziről elmenni. Ezt csőre nem tudta megérteni, miért kell ő miatta iskolába menni a kedves anyámnak. Mire hazajövök, kitakaríthatol, elmosogathatol. De ha valamit eltörsz, a lábodra lépek és ketté hasítalak. Csörének tágra nyílt a szeme. Szabad neki elmosogatni ilyen boldogságot? Jaj, nagyon nagyszerű volt. Meleg vizet csinált, bedöntötte a dézsába, hozzáfogott egyenként az edényeket mosogatni, mert volt rengeteg. Minden piszkos volt, mosatlan. Kedves anyám nem szeretett ilyet csinálni, meg nem is volt érkezése. Hát csak néha mosogatott, ha valahogy időt tudott szakítani. A kis csöre az meg nagyon szeretett a langyos vízben babrálni, és az a nagy érzés, hogy szabad neki ezekkel a törékeny holmikkal egyedül bánni. Máskor egyet se adnak a kezébe, plétányéra van, mint a kutyáknak, abból kell neki enni. A csorban lepattogzott, mosogatatlan plétányérból, hogy elletörjön egy cserepet vagy porcelánt. Most meg egyedül ő az úr a nagyházban. Senki sincs rajta kívül, ha csak a lusta marci, a fekete öreg macska, aki ott ül a sütőns doromból, ha kedve tartja, meg a fehér kutya odaki, meg a disznók, meg a boris, meg a tyúkok, kakas, meg a verebek, kik folyton itt szemtelenkednek a tornác előtt, még a konyha küszöbre is ide szállanak, pedig most terítve van nekik az asztal odaki, az egész mező. Mindenki csak magának csipeget, szemelget, csak ő az, aki dolgozik ezen a világon. Mikor már egy tányért eltörülgetett, fel kellene tenni a tálasra, a szobába, a sublódra, de nem éri. Hanem azért kitalálja, fejőszéket keres, oda teszi a sublód elé, így már fel tudja emelni a tányért, meg a porcelántálat, meg mindent, a csészéket, ibrikeket, sótartót. Azután elrendezi a konyhát, mindent a helyére tesz, a dézsát kiöblíti, ahogy kedves anyám szokta, odaállítja a sarokba a létre alá. Akkor még mindig nem jöttek haza. Hát, neki a szobának. A háznak, oda be, ahova neki nem is szabad bemenni. Most az övé. Azt csinálja vele, amit akar. Fogja a seprűt, és minden sarkod zugott kiseper. A szemetet is kiviszi a házból, és elönti a szélbe. A szél viszi vígan a kacagó por szemet a napfénybe. De most jut csak nagy dolog az eszébe. Fel fogja mázolni a házat. Agyagot hoz a ház megüli csomóból, felereszti vízzel, egy kis kormot keres, beleteszi, kézzel megkavarja. Szép sima legyen, hogy meg ne látszik a húzása a földön, a házat még soha se próbálta feltapasztani, de már nézte, hogy csinálja kedves anyám. Kis kezecskéjével kezdi most a simító rongyal végig-végig. Annak olyannak kell lenni, hogy úgy nézzen ki, mintha pádimentomozva lenne, vagy üvegből volna, simának és egyszínűnek. A kislány, ahogy ott gugol pucéron a földön, roppant gond van az arcán, odaadás és szorgalom. Úgy dolgozik serényen, mint egy kis tündér. Kis maszatos, fekete tündér. Ruha helyett van már neki ruhája. Az egész teste tele van a sikáló, fekete léfoltjaival, A térde fekete, a talpa, lábafeje, az egész hasa, de még az arca is, kis pogácsa arcoskája olyan, mint a kéménseprű De ő nem látja magát, csak halad előre, előre buzgóan. Már készen van, mikor az iskolából megérkeznek a testvérei. Nem szabad bemenni, sikít eléjük. Nem szabad bemenni, felmázoltam. Tán, te! Röhicskélnek a nagyobbak, és még Rózsi is nyelvet nyújt. Én, Biza! Amin nagyon lehet mulatni, hogy még ő felmázol, mikor az anyjuk azt még a legnagyobbiknak sem engedte, meg Zsófinak. De nem mennek be, mert azt látják, hogy nedves ételt keresnek, meg is ledik az ennivalót. Csöre nem nyúlt hozzá, egész nap egy falatot sem evett. Nem mert ő enni, csak dolgozni, pedig attól is félt, hogy ha dolgozik, ha nem jól csinálja, azért is kikap. Hát, még ha megenné az ételt, hiszen neki az nem jár. Csak ha adnak. De a lány testvéreknek nem jut eszébe kínálgatózni. Azért ő ott áll feketén, mint egy sáros malac csak néz ragyogó arccal rájuk, boldogan és büszkén, és folyton nevet apró egérfogaival. Mindenik rákezdi a röhögést, ha ránéz, olyan furcsa, hogy ennyire be van mázolva maga is. Most meg, te disznó! kiáltja neki Jóska vihogva. Meg is? Kimegy a kútra, beleáll a vájúba, és abban mosdik le tetőtől talpig, ügyetlenül, de odaadással, még csak a lábáról is le nem súrolja a legkisebb sarat is. Azért fekete marad a lába is, meg egészben, szappant nem kapom a mosdáshoz, a bőre ki van cserezve. Az a jó jányom nekem, kérdezi kedves anyám, mert rögtön meglátta, ahogy belépett a sötét szobában is, hogy tiszta tányérokkal egészen tele van rakva a sublót teteje, csak nem úgy, ahogy ő szokta, hanem egészen másképpen. De most az egyszer mosolyog, furcsa szája elmozdul az örökös szomorúságból, és elhúzódik mosolyra. Csöre csak ott áll kint a konyhában az ajtó mellett, és sunyi lesbe s várja, észreveszi -e kedves anyám. Slám. Csöre! Csöre! Azt hittem, tik csináltátok meg, mikor hazajöttetek az iskolából, de bitangok vattok ti, semmit se segítek anyátoknak. Nem is ügyelt többet semmire. Lerakta a kendőjét, betette a komót fiókba. Levetette a fekete ruháját, és berakta a szekrénybe. Azután felvette a megszokott kék elnyújt ruhát magára, és ment ki. Mi történt evvel a sikálással? Tán oda a macska meg meghemperget benne? Nevetett. Csöre várta a dicséretet, ő is nevetett. Na, mi van ebben a házzal? Ki a fene piszkította be? Csöre! Mit csinált vele ez a disznó? Mit csináltál vele? De csöre bátran csattant fel. Felmázoltam! Mi a gané? Te! Akkor jobban megnézte. Hát, még a törések is ki vannak javítva, még lágy, ahogy megtapintotta, de olyan ügyesen el vannak simítva, hogy no. És a mázolás se rossz azért. Még talán maradhatna is, így is. Van kint dolog, úgyhogy csak éppen becsületből morgott hát fel. Ó, ki fene hagyta meg, hogy hozzánúljál? Csak este, mikor már leült egy kicsit, ő is evett, akkor szólott. Te, ettél? Na, no, egyé! Mikor látta, hogy a kislány milyen jókedvűen mohón kezdi majszolni a kenyeret, akkor nyögött fel. Verte volna meg az Isten ezeket. Akkor viszik el az embertől, mikor már lehetne valami hasznát venni. reggel felsóhajtott. Na gyere ide! S a kislány rohanva bújt az ölébe, belefeküdt a térdére, és átölelte kis karjaival. Minden jutalma megvolt, hogy azért kedves anyám szereti. Engedi magához bújni. Oda simítani a fejét, az arcát a melléhez. Érzi, ahogy lapogatja, veregeti a hátát, mondja. Ebből van nekem egy jó kis jányom. Nem volna ha azok a bitangok el nem rabolnák tőle, Na, gyere! Csöre csak nézett a kedves anyámra. Miért híja ilyen reggel? Gyere, no! Beviszlek a faluba, a piacra. Faluba? Csörének még a lélegzete is elállott. Még soha se volt a faluba. Kedves anyám beviszi őt a faluba, piacra. De milyen csodák történnek ma? Ruhát keres elő a kedves anyám, Rózsinak egy ruháját, ingét és zubbonyát keresi. Na gyere, megmosdatlak. A nagy mosóteknőbe meleg vizet önt, és beleállítja a kislányt, szappannal megmossa. Milyen jó az a lány szappanos víz, úgy elmosogatja őtet a kedves anyám keze, a szúrós bütykök a kezén, ahogy tegnap ő mosogatta az edényt. Oly furcsa, csiklandoz. Még nem is volt ő rajta kising. Meg az ubbony. Csak éppen cipő az nincs. Mert a cipőben elment rózsia az iskolába. Már elmentek régen. Talán ők is iskolába mennek. Azért volt tegnap kedves anyám a faluba, hogy megcsinálja az iskolát. Csöre nem igen tudja, mit kell avval csinálni, mert olyat még nem evett, amit úgy hívnak iskola, de érzi, hogy van valami köze a tegnapi út és a mai közt. Söre bukdácsolva haladt kedves anyám mellett a falu felé, mezitlába lába hideg porban. Néha kérdezett valamit, de nem kapott választ, csak egy-egy morgást, rántást, hogy majd kiugrott helyéből a gyenge kis karja. Egyszer csak igen megszomjazott. Kedves anyám, szomjas vagyok! Kedves anyám, szomjas vagyok! A fene et volna, meg miért nem itt áll otthon? Hun vegyek én itt neked vizet de ő nem törődött vele, csak mondta, egyre mondta, hogy kedves anyám, szomjas vagyok, kedves anyám, szomjas vagyok, nem hallja, szomjas vagyok. Mindjárt itt lesz már a falu végig útot kapsz. De az még messze volt. Hanem azt is meg lehetett érni, odaértek. Ott aztán kedves anyám a kúthoz vitte, megnézte a vedret, még volt a fenekén egy kis víz, nem kellett neki húzni. Na, így áll, a falu is valami olyan volt, mintha nem lenne igaz. Ő még soha nem látott ennyi rengeteg házat egymás mellett. Kint a pusztán nem volt több ház, csak az övék. Meg ott távol a kadarcséké. Meg messzire lehetett látni itt ott egy-egy tanyaházat. De itt sorba-sorba egymás mellett ház, ház, azt hitte a szeme is kiugrik. Ezt nem lehet mind megismerni egymástól. Nem a nagyságához megyünk, hanem a helyetteséhez. Ő nem tudta, hogy a nagyságához kell menni, és azt sem tudta, hogy a nagyságáknak van helyettesük is, csak ilyetten húzódott. Bementek egy nagy házba, téglából volt az útja, de a tégla úgy volt lerakva, hogy szépen lehetett rajta lépegetni. Egyik lejjebb volt, mint a másik, gömbölyű volt a szélük. Akkor behúzta kedves anyám egy nagy ajtóba, onnan be kellett lépni valami cifraságosba. De ő nem nézett sehova, csak oda sündörödött a kedves anyám szoknyájához, onnan kukucskált ki. Béhoztam a gyereket, kis nagyságám. No, behozta Dudásné. Maga Dudásné, ugye? A négy nagyságám. Lássa, hát akkor maga el is mehet, a kicsi itt marad. De csöre erre a szóra mind a két kezével úgy beleragadta kedves anyám szoknyájába, majd leszakította, és elgörbült szájjal leselkedett az ismeretlen veszedelem előtt. Amikor a szép kis fiatal gömbölyű arcú nagysága felállott és hozzálépett, úgy rákezdte az ordítást, mintha késsel szúrt volna a torkába, hogy levágja, besózza. Még meg is ilyett tőle a kicsi nagysága is, de még a kedves anyám is. Ne sír, kis jányom! Emelte fel a kötényét a kedves anyám, hogy megtörülje a bömbölő gyereknek az orrát, száját, egyúttal eltakarja a megrettent fiatal nagysága elől. És csak mondta, meg is. Ne sír, no, édes kém, kis angyalom, kedvesem, tubicám! De csöre annál jobban visított. Érezte, hogy a kedves anyám is fél, nem olyan, mint máskor, egyszer sem mondja, hogy a fene egyen meg, a hús rohadjon le rólad, meg ilyeneket, hanem így rémítgeti, hogy édesem, kedvesem, tubicám. A kis nagysága beszaladt a másik szobába, és onnan kihozott egy nagybabát. babát. Egészen hajas baba volt, olyan volt, mint egy kisgyerek. Ettől úgy megijedt a pusztai kislány, hogy egy pillanatra abba hagyta a sírást, rábámult erre az ismeretlen állatra. Neki soha se volt babája, nem tudta elképzelni, miféle lehet ez, talán ez az iskolás lány, vagy mi? Ő belőle is ilyet akarnak csinálni. Ezért, mikor csak közeledett hozzá a nagysága a babával, oly rettenetes ordításba kezdett, hogy már attól félt a két nő, hogy a frászt töri ki. Csak azt nem vette észre, mikor ment el kedves anyám. Nem is tudta, hogy eresztette el a kezét meg a szoknyáját, csak egyszer ott állott a szoba közepén, a két keze a szemére dugva, zokogva áll, ahogy körülnéz, senki sincs már. Csak a szép kis nagysága, mert azt megfigyelte még a sírásban is, hogy ilyen szépet ő még ebben az életben nem látott, amilyen kedves és szépséges volt ez az idegen nagysága. Gyere ide, kislányom! Kisárvácska, ne félj tőlem! Tudod, hogy te vagy a kisárvácska? Az a legszebb kis virág tavasszal. Te is olyan szép kis virág vagy. No, gyere hozzám, kis árvácska! Én nem vagyok árvácska. A kis már örült, hogy megszólal. Nagyon felújjongott, hogy legalább ennyire tudta csillapítani. Hát mi vagy? Soká hallgatott, tizenkétszer is meg kellett tőle kérdezni, hogy mi vagy, akkor csárogta ki, hogy csöre. Mi? Csöre. Dehogy, a te neved árvácska. Állami árvácska. Az van beírva a nevednek. Te vagy a kis állami árvácska de ő összehúzta a kis szemöldökét, durcásan nézett és gyűrölködve pillantott körül. Csak most látta, hogy nem is abban a szobában vannak, amiben vannak, hanem másikba, ahol a sok baba van. A többi csak úgy elsuhant. Ő megmaradt ellenségesnek és dacosnak, és nem felel. Nem engedte, hogy lefektessék a szép díványra. Azt azért érezte, hogy ezzel az ő piszkos lábával nem lehet a díványra feküdni, mint a többi kislánynak, akik hallgatva feküdöztek ott. Némelyik gyerek csak egy arasz nagy volt. Ő szörnyen félt tőlük. Félt, hogy megkarmolják. Nem akart köztük maradni, mert ha a nagysága kimegy, ezek rárohannak. Akármilyen kicsik is, sokan vannak. Vajon mi lehet a belsejük? Aztán összeszorította a fogát, engedte, hogy lefektessék és betakarják, úgy tett. Behújta a szemét, oly erősen, ahogy csak bírta, hogy majdnem kiszorította a szemegolyóját a helyéről. Akkor azt hitték, már ő alszik is, és a nagysága ott vagy hogy ő magában maradt a némák közt. Akkor felgubbaszkodott, egyet megfogott belőlük, ahogy a macska fogja meg az egeret, az se nem sírt, se nem szólt, és ő rájött, hogy ezek nem élnek, hanem valahogy ki vannak mesterkedve. Ketté törte a nyakát, abból semmi vér nem jött. Még kettőt vagy hármat előkapott, eltörte, oda csapta a fejét a falhoz, látta, hogy a fejük is porcelán. az ajtót. Ő kiszökött. Elszaladt. Szaladt az utcán. Néha visszanézett, aztán tovább szaladt. Úgy szaladt, hogy a lélegzete nem sokára elállott, de nem mert megállani, mert azt érezte, hogy jönnek a hátamegett a kísértetek. Ezek a porcelánfejű kísértetek. Fejét lepedőt vesznek, őtet kergetik. Ő meg csak ment, ment az utcán. Néha utána nézett egy asszony, vagy egy gyerek, vagy egy kutya, de senki sem törődött vele. Nem kérdezte meg, hova megy, ő csak ment, ment. őzték. Már egészen sötét volt, már régen nem volt falu, már kezdett ismerős lenni a vidék, mintha a borissal éppen itt járt volna valaha. Nem az ő útjuk, de éppen olyan. És ő lihegve és éhesen és rettenetesen fáradta, ment, ment az őszi éjszakában. Addig ment, míg újra egy faluba nem ért. Ezen nagyon csodálkozott, hogy mindig csak megy, és újra visszajut a faluba, mert arról fogalma sem volt, hogy két falu is van a világon. Azt soha se hallotta, ő csak falut hallott. Úgy mondták, a faluba. De itt a kutyák már szemtelenek voltak. Egyszer csak visítani kellett. Egy kapuból két roppant nagy kutya rohant ki, és elébe állott, és úgy ugattak, ahogy a torkukon kifért. Nem tudta, hogy a kutyák nem azért ugatják, mert meg akarják enni, hanem azért, mert megesett a szívük azon, hogy egy ilyen kis állami árvácska mit keres az utcán ilyen éhesen és fáradtan, elveszve. Miféle gyerek ez? Egy erős, nagy darabasszony jött ki az udvarból, újra megkérdezte erős hangon: Miféle gyerek vagy te? Félek mondta rá a kislány. Hogy kerülsz ide? Kedves anyám elveszett. Hol veszett el? S lehajlott hozzá az asszony, és figyelmesen nézett az arcába. De Árvácska már nem merte megmondani az igazat. Nem merte azt mondani, amit tudott, hanem azt mondta. A piacon. Hol? A piacon. Hát ki a te kedves anyád? Hm. Ajaj, fiam, hát te nagyon buta vagy. Jársz már iskolába? Mia? Mia, Mia? Nem olyan iskolás forma jányka, de olyan buta, mint egy négy éves. Gyere már ki! Bekiáltott az udvarba, nem sokára egy nagy csizmás férfi jött ki az utcára. Nézd már ezt a téved gyereket! Miféle anyja van ennek? Elmaradt a piacon. Hát mikor volt piac? Megfogta a kislányt, aki tőle nem félt egy cseppet sem. Nem csak nem félt, hanem ösztönszerűen elkezdett bemenni az udvarra. A felnőtte csak nézték, mit akar. Azt látta, hogy ez a kis ház is éppen olyan, mint az övék. Nem olyan, mint ahol a nagysága lakik, hanem mintha csak otthon volna. Itt is itt az ereszalja, abba a dikó, a disznó is ott van az istálló faránál. A trágyadomba kútnál, a vödör lóbál. A nagyok csak nézték, várták, mi lesz. De a kislány csak megáll. Hát már nem laknak itt? Kicsoda? Kedves anyámék! Ezen nevettek. A nagy ember meg a nagyasszony. Na, gyere csak ide, fiam! Meg tudod mondani, hogy hívják a te kedves anyádat? Szekeres, Kovács, Bálint. De a kislány csak csóválta a fejét, bosszankodott ezen az ostobaságon. Tudás! Erre nagyon élénken kiáltottak fel mind a ketten a férfi is, nem csak az asszony. Dudás? Te, ez az ügy államiuk. Hogy a fenébe tévedt ez ide? Csöre már kezdett otthon lenni. Az állami szó az is igaz. Azt mondta a nagysága is, meg ő neki azt mondták, ha nagyon haragudtak, állami. Valami olyan bátorság kezdett benne kigyűrkőzni, hogy már nincsen elveszve. Na gyere be, fiam, megmosdatlak, nem lesz már semmi bajod. Éhes vagy? Én még máma nem ettem. Miért nem ettél? csúfolta a néni kedvesen. Mert kedves anyám azt mondta, hogy te már nem kapsz enni, te már nem dolgozol nekünk, majd adnak ott, ahol leszel. Á, na hát, ez a Rozi, ez egy büdös fesvény volt mindig. Na, nesze, itt egy kis kenyér. Mindjárt beleharapott, és evett. És elvárta, míg a tekenőben vizet készít a néni. Őt hozzá fog lemosni. De ez sokára lett. Addig ott ült a sarokban, vele nem is sokat törődtek, csak hallotta, hogy folytott dudásékat szídják. Ez az a kis pucér jány te, mondta egyszer az ember. Akkor mondta, mikor ő már a tekenőbe állott, és most az asszony. Arra megismerte, hogy ezek a rokonok. Ennek az embernek mondta ő egyszer, hogy rokonbácsi. De nem mert oda nézni, mert észrevette, hogy ez a rokonbácsi úgy néz rá, ahogy a kedves apám szokott. Meg a kadarcspista bácsi, meg a többi. Hátat fordított, neki nem nézett felé. No, itt a jó, meleg, friss tej, még habos, mondta az asszony. Nem kell? Miért? Nem szereted a tejet? Nem kell. Hát mi teszel akkor? Hallgatott. Másnap reggel jó egészségesen ébredt. Nagyon boldog volt, hogy ilyen tiszta, szép fejérágyban ébred fel. Úgy vágyott már haza. Úgy vágyott, a kedves anyám jó ismert szagához. <Sessz> reggelire vajas kenyeret kapott. Még lekvárt is tett rá az asszony. Azután befogtak a szekérbe, felültek mind a ketten, őt is oda maguk mellé. A szekér soká ment. Soká ment. Végig a falun, addig ment, addig ment, hogy egyszer csak a kislány boldogan kezdett sikongatni. Már úgy kinyílt előtte a világ, mintha most kezdene a szeme látni. Azok a fák, amiket eddig látott, csak fák voltak. Azok a házak csak házak, de most egy pillanat alatt már otthon volt. Észre sem vette. Ott a görbe a káca, ott van hozzá kötve a bor is. Honhattátok el ezt a gyereket? Ó, a rossz se meg, hát te hogy jössz vissza. Hogy a fene rágja le a húsot, te tűled. nem lehet megszabadulni? Csöre szemérmesen nevetgélt. Boldog volt, hogy otthon van. Hallja ezeket a drága szavakat, amiket egész életében hallott. Tudja ő, hogy ez szidás, bántás, de ha nem fáj, ha ez is örömet ad, ha ez a jó, és nem azok a hízelgések, ahogy másút tudják. Csak azért mindig volt benne annyi sunyiság, hogy nem mutatta meg, hogy van a fülemeget már valami, de ha rávonatkozott, megértette. Nem tudom én, miféle szerzet, mondta a kedves anyám róla, valami úri magzat lesz, mert nagyon kényes. Ez egész olyan haszontalan, vékony csontú. Nem volna rossz gyerek, igyekszik is, de semmit se ér, gyenge. Nem szabad ezt elkényeztetni, olyan kisasszony lenne ebből rögtön, hogy csoda. Másnap kijött a cseléd. Azt mondták, ez a nagyság a cselédje. Erős, nagy nevető lány volt. Most beviszem ezt a robancot, Mondta kacagva, kössék mög, mög kell kö majd én beviszem. És harsogva kacagott kacarászott. Csak ugyan felöltöztették újra, akkor elővettek egy kötéldarabot, amit a bor is szakított el, avval megkötötték a két kis kezét, és a cseléd megfogta a kötél végét, hogy viszi. De a kislány olyan fehér volt, mint a fal, és azt mondta, eresszen el! Nem eresztette el, húzta. Erős volt, menni kellett vele. Még a kedves anyám is mosolygott. Látta, most erős kézbe került a gyerek. Nem jön vissza többet. Akkor a kicsi nekiugrott a cselét kezének, és beleharapott. Alig tudta lerázni magáról, de csak nevetett, nem jött dübe, nem pofoszta. Így kötélen vitte el, mint a vágóra a kisbornyút. Egész úton folyt a harc kettejük közt. Folyton nekiugrott, folyton harabdálta. A kútnál azt mondta a nevetős cseléd. De minek akarsz ennél a ronda asszonynál lenni? Kedves anyám! Sikította fáradhatatlanul a kislány. Rossz nehézség, te buta! Ez nem anyád neked. Ez pénzt kapott azért, hogy tartott. Megfizették, te butaság. Nem szeretött. Csak a pénzt szerette, nem téged. Ha kedves anyád volna, akkor már még se engedett volna el? A kislány elhallgatott. Majd kapol másik kedves anyádat. Az is csak ilyen lesz. Az is azért vesz, hogy pénzt adnak utána, de tá nem lesz ilyen átkozott. Mintha valami beférkőzett volna a gyermek kicsi fejébe. Mindenki államit akar. Más is van ilyen állami, mint te. Pénzért, akárki lesz egy államinak a kedves anyja, buta! Már nem kellett húznia kötélen. A kis árva lesütött fejjel ment a lány mellett. Nem értette ő ezt, de valami megfagyott benne. És nem akarta a kedves anyámat már annyira. A kislány oda-oda lesett az idegen asszonyra, csodálkozva látta, hogy ilyen fiatal, képű akar államit venni. Ő eddig azt hitte, hogy államit nem is adnak csak aszalódott öregeknek, de ennek még olyan volt a két gömbölyű arca, hogy a sóvári alma se volt se keményebb, se pirosabb. Sárgás haja volt a ritkás szövésű kendő alatt, kék volt a szeme. De a hangja oly éles volt, mintha valahogy sással hasították volna, és oly fenn nem beszélt. Na most csókolj kezed, kis lányom a nagyságának, és gyerünk, mert igyókestve lösz, aztán menni is kék valamicskét már. Oly furcsán beszélt, mintha ő találná ki a szókat is, hogy kell mondani. A kislány azonban már nagyon el volt csigázva. Csendesen lehajlott a nagysága kezére, az nem olyan volt, mint a kedves anyámé, hanem jó szappanszagú és fehér. Megcsókolta, és tovább hallgatta a sok jó tanácsot, hogy csak viselje jól magát. Itt jó helyen leszel, fiam, szennyes néninél. Gazdag embereknél leszel. Lesz jó ruhád, ennivalód, minden jó lesz. Járd szépen az iskolába, lesznek könyveid, megtanulsz írni, olvasni, minden jó lesz, csak viseld jól magadat. De nagyon jól viseld magadat, hogy rosszat ne halljak rólad. A ruhát lenetéb magadról, nem szabad ruha nélkül járni, megértetted? Mi a fene? Ruha nélkül szok járni? Bámult el Zsaba Mári. De a nagysága nevetett az eredeti fene szón, aztán megijedt, hogy árt a gyereknek, és így javította. Az eddigi nevelő anyja azt hiszem mérgében, hogy elhozzuk onnan, panaszkodott rá, hogy nem tűri a ruhát. – Ah, semmi nagysága! Hát, köszönöm szépen! Elvihetem az üres kosarat? Erre egy kis jányom a konyhába, hozz csak a kosaram! Ki tudja, mi volt a kosárban, hogy került az a konyhába, de az biztos, hogy ő vitte a nagy üres kosarat haza, arra a helyre, ahol még soha se volt. Zsaba Mári oly hegyként tudott menni, csak ugráltatta jobbra bar a nagykövér fenekét. Mikor kiértek a faluból, széles országúton mentek, fák alatt. Akác fák voltak két felől. No, gondolta magában Árvácska, itt jól lehetne legeltetni a borist. Jó fű van alatt. Nem gondolta, hogy ez még hamar bekövetkezhetik. Nem is gondolta arra, hiszen ő már iskolába fog járni, kicsit félve reménykedett, milyen is lesz az az iskola, amit annyit hallott a gyerekektől, de még ott nem volt soha. De szép is, hogy már iskolába megy, mint valami kis mennyországba. Csak azért cipelte boldogan a nagy kosarat, húzódott az idegen asszony mellé. Olyan volt ez a nő, amilyet még soha se látott közelről. Egészen, mintha úri asszony lett volna. Nem is tudta elképzelni, hogy fog ez gazdálkodni a tanyán. Csak úgy dagadt a kövér kis teste a szoros uras slafrokból. Elől, hátul, mindenfelé, mint mikor a zsákban dinnye van. Végre szőlőhöz értek. No, ez már nem a kedves anyáméké, ezt meg kellene kóstolni. Néni, de jó volna egy kis szőlő, szedek a kosárba. Ezt azért tette hozzá, hogy Zsaba már is hadd kapjon. Adni kell neki, még mi a fene? Hogy gondolsz olyat? Nem szabad, jön a csősz, mindjárt bézár. Akkor elhallgatott a kisjány, a nagykövér, dagadt szőlőfürtök meg röhögve néztek ki a tőkéről. No, kis jány, jó volna a szőlő, hip, hip. Még el se hagyták a szőlőt, azt mondja Zsaba Mári. Hát te meg hová futsz? Már itthon vagyunk. Nagy tanya udvar volt, óriási nagy házak kezdődtek, úgy tűnt fel a kislánynak egész falu ez mind a zsaba Mári éké. No, mi van macorára? Zsófi azt mondta. Ott van a kemence De csak úgy félváról, mondta a Zsófi, mintha nem is ő lett volna a cseléd, és egész mérgesen nézett a kis államira. No, pösze, ez a tied, mondta az asszony. Én nem vagyok pösze. Hát mi vagy? Árvácska. A nagysága úgy hívott Árvácska. Hát az anyát hogy hívott? Csöre. Az is vagy, te kis pösze. Beszélni se tudsz. Engem Csenkicse tanított. Majd az iskolában megtanulok. Pötyögte sejpítve csöre, aki csak most tudta meg, hogy nem beszél szépen, hanem pöszén, vagyis sejpítve. Ed meg! Sötét volt a konyhában. Nem lehetett tudni, mi van a lábosban, mind megette a legyet is, ami a mártásban sűrűen volt, gondolta, tepertő. Zsaba Mári bevitte a kis szobába, ahol ő hált. Megmutatta. Itt fogsz hálni velem. Ferembá nincs ma itthon, ha itthon lesz, akkor se hál idebe, hanem ki a marhákkal. Ez rendbe volt, mert kedves apám is kint hát mindig az olban télen nyáron. Egyszer csak hallja, hogy Zsófi azt mondja. Nem válogatós, megeszi ez a legyet is. És nevetett hozzá. Nagyon fáradt volt a helyzet változtatástól, mindjárt elaludt. De egyszer csak arra ébredt, hogy megértette, mit mondott Zsófi, hogy ő a legyet is megeszi. Az nem tepertő volt, hanem légy. Ettől olyan undorodás jött rá, hogy abban a pillanatban elkezdett ökröndözni. Hány? Felébred Zsaba Mári. Hát ez mi az Isten csinál? Hé, hey, mi az? Mit csinálsz te itt nekem? Meggyújtja a lámpát. Látja, hogy itt bizony minden, de minden tele van. Jön a kislányból a mártás alorról, felülről. Ó, te rohadt nem alszol te többet velem, te mocskos dög, összepiszkítottad az ágyamat! Ebből fogta, kidobta a szobájából, kiabált Zsófinak, vigye, vigye. Né, mit csinált az én ágyamat? Ne, te döged meg, zabád meg! Zsófka, ezután veled fog aludni ez a dög, az én szobámba többet be se teszi a lábát! Zsófi is úgy nyúlt a kislányhoz, mintha az rögtön harapna vagy fertőzne. Félelmes lett egyszer a nagy darab kövér felnőttnek, szörnyeteg lett, akitől félni kell. Mondtam, tele van légyel, morogta Zsofka, csupa legyet okádott. másnap reggel még fel se ébredt, felrázták reggel három órakor, kihajtatták a disznókat vele a mezőre. Ott ácsorgott egész délig a tarlón, nem volt kedve dalolni. Akkor hozzájött a szomszéd kanásza, az is fiatal fiú volt, de már lehetett vagy tizennyolc éves. No, Zsaba Mári bement a városba, elmondja a nagyságának, hogy az ágyát besuhintottam. De én is elmegyek, nem maradok nála legyet enni. Vigyázz a disznajára neki, én megyek a kedves anyámhoz. Ezzel el is indult. A tarló végében kezdődött az erdő. Bement az erdőbe, és ment, ment beljebb, beljebb. Sokáig átsorgott a fák alatt. Sűrű volt az erdő, nem lehetett látni semmit, csak a fák tetejét, de azon se volt semmi látnivaló. Menni se lehetett a sűrűségben. Lehet egy tarka gombát, megkóstolta, de rögtön érezte, hogy csípős, eldobta. A nyelvét sokáig marta még az a kicsi is, hogy hozzányomta délután megfordult, visszafelé indult, mert nem tudott hová lenni a nagy erdőbe. – Hát visszagyütté! – kérdezte a kis kanász. Vissza, mert nem látok semmit. Éppen hozta Zsofka az ebédet. – Na te mocsok! – mondta, s odalökte neki, mintha a legnagyobb ellensége volna. – Hol fogsz aludni? – Zsaba Mári szobájába. – Az anyádéba. Az nem tűr meg ilyen hasfutóst. Én még sose csináltam, én a legyektől csináltam. Az anyád volt legyes, mi volt legyes? Mikor éjszakára hazament, zsofkával aludt, és szépen aludt, nem is moccant meg reggelig. Tudja-e, hogy meg sem moccant reggelig, úgy aludt ez, mint egy darab fa? Akkor egyek ki a fene a bélit, akkor mégiscsak attól a légytől szaladt el a hasa. Kényes dög, még egy állami is finnyás már, az is válogat. Itt a te egyén, nem kell. Mi nem kell? Tej. Na ne csak még ez is. Én nem kilódok ebből a döggel. Mi a fene? Nem eszed meg a tejet? Nem. Miért nem? Mert nem cseretem. Nem csereted? A fene et volna meg mielőtt megláttalak. Nem azért hoztalak ide, hogy nekem csereted, vagy nem csereted az ételt, hanem erre egy ki a disznókat. Ha nem eszed, megmarad. Icskolába megyek. Mi a csodába? Icskolába. Megy az anyád iskolájába, hajts ki a disznót! Már ki volt készítve a mosás, mert Zsaba Mári nagyon szeretett mosni. Ezt meg kellett szokni, itt örökké mostak sikáltak. Inkább tízszer kimosok, mint egyszer kenyeret süssek. A kislánya disznókkal még mindig csak ácsorgott. Na, gyere ide, Belemártotta a gyerek fejét a lúgba, és szappan nélkül jól megmosta neki. Nem árta? Biztosan nem árt? A kislány sikított. Nem is lúg volt az, hanem lúkő még abban az időben. Most mehet el? Majd én leszoktatlak a kényeskedésről. Megeszed már a tejet? Nem ecsem. Ekkora ló, de még beszélni se tud. Most meg a fejed a válúba aztán hagyd ki már. A tarló. A tarló az nagyon szép. A búza tarló. Éppen olyan, mint dudáséknál. Ezzel el lehet ám nagyon csodálkozni, milyen messze van a tanya, mégis éppen úgy van rajta minden fűszál, mint a szennyesékén. A tehén az más, de a harapása ugyanolyan, és úgy meg lehet szeretni azt a jó, hersegő, faldosó harapásának a hangját. Dalolni is éppen úgy lehet, messze elhallatszik a nótaszál, és éppen azokat a nótákat hallja a saját szájából, amiket amott hallott. Úgyhogy már nincs is más különbség, csak az, hogy itt soha sincsen többet mesztelenül, mindig ruhában van, állami zubbonyban, és az alatt ing is van. Akkor mégis jobb itt. Csak az alatt a kis idő alatt más, mikor otthon van. Mert ha most hazahajt, akkor a nagy szennyes udvarra kell behajtani a tehenet, két ház közé, istállóba, tiszta, nagy épületbe, amit az öregember úgy rendbe tart. De dudáséknál még azt is neki kellett volna kihordani, ha bírta volna. Meg a sok gyerek hiányzik. Itt csönd van, csak a zsaba mári hangját lehet hallani, ahogy káromkodik erre is, meg arra is. Vasárnap is ki kell hajtani a tehenet, mert a tehén vasárnap is enni akar vasárnap is megfejik szegényt, elveszik tőle a tejét, hát nem tud vasárnap koplalni csak azért, mert Istennek szent napja van. Hát csak telt, csak telt a nap, a szép vasárnap, akkor csak nagyot néz, jön Zsaba Mári. Jaj, neki kedves anyám sose hozta ki az ebédet, még vasárnap se, abból kellett kenyerezni, amit magával vit reggel. Mégiscsak jobb itt. A kislánynak az orrába csapott a húsleves szaga amikor indult reggel. Már megérezte a húslevest, a benne főt sárga répával. Azt igen nagyon szerette. Ugrálni kezdett, táncolni, visítani, mert ha valamit kapott, úgy kitört belőle a boldogság, tombolni kellett. Itt a jó vasárnapi húsleves! Ide ér a Zsaba Mári, köszön neki szépen. Jó napot, kislányom! Na, össze. Már ül is le a kövér fűbe, nem szeret ám ezt gyalogolni, leül. Pösze meg csak bámul, les hunyorogva, gyanús neki. Gyere, kis lányom, hoztam neked ki ebédet. Pösze! De Pösze hiába szagol, nem érez semmi jó szagot. Akkor Zsaba Mári kibontja a kendőt, szép fehér kendő, piros csík van a szélébe szőve, kivesz egy kerek hasú köcsögöcskét. Hát ebben meg mi lehet? fehér kenyeret is vesz ki, nem igen nagy darabot, de a fehérből. Aludt tej volt a köcsökben. A kislány nem szól, nem panaszkodik, lesunja a fejét. Ezt is még meg lehet enni, az aludt tejet. Valahogy nem utálja úgy, mint a friss, büdös tehenlevet, de húsleves is lehetne. Na, hogy vagy? szólogat hozzá a zsaba Mári. De ő csak rángatja a vállát, nem felel. Nem is tud erre mit mondani, semmit. Eszik. A szép fehér aludt tejet eszegeti, olyan, mint a libazsír, oly kövér, puha, fehér. Az se szereti a kövéret. Örülsz-e nálam? Szeretsz-e nálam? Lát, de mint a nyári basarózsa viráglevelei. Szeretel? Szeretek hát. Nem kívánkozol már vissza a kedves anyádhoz? De bizoda, szeretnék elmenni. Mégy a fenébe, oda már nem mégy. Jobb itt neked, senki se bánt. Ugye milyen jó dolgod van, ugye nem bánt senki? Már nincsen annyi légy. Zsaba Mári nevetett, megette, nevetett egyet. Vajon mit akar? Hát a marha nem bosszant. Ha bogárzik, csak fog meg a kötelét, ne enged, hogy elszaladjon. De csak ül, a kislány oda-oda les rá messziről, bizalmatlanul. Vasárnap van, valami félét csak hozottán. Túrós béles van már reggel kavarta a Petrezselymet a túróba, de nem akar előkerülni. Na, mikor Zsaba mári kipihente magát, csak oda nyúl a kislány után, magához húzza, megcsókolja, felkél, indul. Isten áldjon kislányom! de csöre nyakába hajtott állal nézett utána, és azt mondta magában. Azért csókoltál meg, mert nem hoztál húslevest. nem lehet naphosszat feküdni a fűben, mert ha süt is a nap, hideg a föld. Eső se volt régen, nem szárad fel. A tehénpásztornak mindig csak lábon kell állani, gyalogolni, nézni, ahogy a tehén pihenés nélkül csak hersegteti a füvet. Nagy fekete nyelvét is kinyújtja, avval kaszálja be a fűszálakat sötét szájába. – No, hazahajtottál? – De a kislány mérges. Egész nap a húslevesre gondolt, most durcás. Meg van károsítva, setét arccal dűnjög. Persze, hogy haza, mit gondol maga? Még éjszaka is fogok magának teheret őrizni. Hű, elbámul zsaba Mári. Az anyád isten, itt hogy beszélsz? Húsleves volt délbe, tört ki a nyelvelés a kislányból. Sárga répa is volt benne. Zsaba Mári két kerek piros arca meglappad a csodálkozástól nem adott belőle, mondja a kislány. Ez hallatlan, így beszélni vele, ezt meri a kölyök. Igen ám, de meghallott a szennyes Ferenc, és kilépett a tornácról a sötétből. Mi az? Hát nem adtál a húslevesből ennek a gyereknek. Dicsekedtél, hogy vittél neki ebédet. Vittem is, mit ütött bele az orrod? Kapott eleget, nem hal éhen az én kezem alatt. Egész köcsög aludt tejet kapott, fehér kenyeret. Nem fogom a húslevest lötyögtetni azon a hosszú úton. De a fene rágja meg, kiáltotta el magát Szennyes Ferenc. Azt nem tűröm, hogy a gyerek meg legyen csalva. Meghallják a szomszédok, elbeszélik mindenkinek, hogy vasárnap se kap rendesen kosztot. Veszekedtek, mint a kutyák. Rögtön mind a ketten a legmagasabb hangjukat vették elő, csak úgy csattogtak vele, mint a pásztorfiúk az ostorra. Zsaba Mári pedig fordul, megy a konyhába, hoz egy jó darab húst, főt húst a levesből, cseréptányéron, meg főzeléket azt is hoz. Lássa, hogy volt húsleves, mondja csöre. Ez abból van. Fene, egye meg a büdös kis pofádat, te ronda, má meg látta. De a kislány most nevet magában. Mind megeszi a sok húst és az ételt. Már dalol. Mars feküdni! Vidáman megy a cselédhez a szobájába, mossa a lábát a lavór vízben, közben teletorokkal dalolja, hogy egy pupu, két pupu, nagyon vidám, hogy mégis kapott a húslevesből. Mikor este hazajött a kislánya mezőről, az asszony két darabba volt. Kisgyereke született. Azért volt az olyan vastag, mint egy tömött párna. De még az ágyból is az államival veszekedett. Jaj, de szerencsétlen vagyok! Jaj, a lábam szakadt volna le, hogy gyalog bementem ezére! sírta. Úgy gondoltam, kis csikót vesz az ember, az aztán megnyúl, lesz nekem kis pesztra a gyerek mellé, de nem ér semmit, semmit se ér ez a hasos. Így megvert engem az Isten. A kis Ján csak most hallotta a gazdájának a hangját. Törődj már magaddal -e. Elég bajod van-e? Még most is azt a kis államit szídod-e? Örülj, hogy neked is van-e. Ő meg ott állott az ajtó mellette, az ujját a szájába vette, már látta, hogy most került csak rossz helyre. Nagyon hasadt a szíve a kedves anyám után. Nem is hitte, hogy neki nem édes anyja az a szegény beteg. Vagy most már ez is anya lett, akkor ez is kedves anyám lesz. Az öreg ember az istállóban lakott, onnan ki se jött, csak ha munkára kellett, de ahogy lehetett, már húzódott vissza bele. Nagy bácsi volt ez, mondta Zsofka röhögve estve a kis jánynak, mikor bebújt mellé az ágyba. Ilyenkor szokott mesélni neki. Nem fizetnek ezek senkinek, ne félj, ezek gazdagok, a gazdagok nem fizetnek. Nekem se fizetnek, nem is tudom, miért vagyok olyan bolond, hogy itt nyúzom magamat nekik. Takács volt, az öreg. Csak tönkrement. Nagy háza volt neki. Ó, úgy hordták hozzá a fonalat, éjjel-lappal dolgozott. Csak hát azért mégis tönkrement, és ideszorult. Most már semmi se lesz belőle. Ezek a földjét mind elvették, hogy azért eltartják öregkorára, de még enni se adnak neki. Ő főz magának a gané mellett, és mindig csak dolgozik, csak dolgozik. A kislány, ha neki meséltek, mindig úgy érezte, hogy ő is tud mondani valamit. Csak mondta, ami eszébe jutott: A pince hátul volt a ház végébe. Akkor kedves anyám nem dugta el a kulcsot, kedves apám meg meglelte, hogy levette, ocstán lement a pincébe, hogy csáll belegyugta a hordóhasába a lopótököt, hogy csáll szíjta a bort, hogy olyan se lett, mint boriskának, ocstán boriskának meg olyan volt, mint egy hordó, ocstán mikor fegyütt a pincéből, fogta a kést, hogy mondta, na most végzek veletek, na most végzek veletek, hogy mi meg elcsaladtunk a csalmába. Zsufka hallgatta. Bámulva nézett, de nem igen értette, mit beszél a kislány, aki még sose szólalt meg előtte. Ő se beszélt neki eddig. Kicsit kíváncsi volt, de úgy se lehet érteni ezt a sejpet, hát egyet lökött magán, hogy majd összedült az ágy. Ó, a fene megette, aludjunk már, mindjárt fel kell kelni. A kislány, akármilyen kicsi volt is, azt megértette, hogy itt másfajta embereknél van, mint a kedves anyjánál. Itt kövérek a gazdák, és kövérek az állatok. A teheneknek, lovaknak, tyúkoknak, mindennek bőven szórták az eleséget, mert folyton számították, mit ér, mennyit kell beleadni, hogy behozza az árát. Dudáséknál mindenki sovány volt. Az ember is, az asszony is, a gyerekek is, az állatok is. Mind mezitláb jártak, Dudás apának úgy be volt hasadva a nagy fekete lábaújja körme, mint a lónak, ha letörik a patája. Dudásnél soha papucsot se húzott. Nagyfajnak kellett lenni, ha már idegen bőrt vett a lábára. Csak egybe hasonlítanak. Neki ott se volt szabad beszélni, itt se. De ez a zsabamári, ez cipőt viselt, harisnyát visel, és mindig új tisztas lafrokot vett fel, kivált, mióta a gyereke megvolt. Az ura Szennyes Ferenc meg sportcipőben járt, nem csizmában, és rövid nadrágban, mint az igazi urak. A fején is mindig sapka volt, s azt félre taszította. Nem spóroltak itt semmint, csak az alkalmazottakon. Az öreg takács, a nagybácsi, annak csak nyers krumplit volt szabad felhozni a veremből. főt ételt nem is adtak neki. Az úgy volt, hogy annak semmiből kellett ellátni magát, még az is panaszos volt. Zsófka evett, amihez hozzájutott, de Zsaba már így sokszor szíta, hogy minden kulcsot magánál tart, még a sírba is magával akarja vinni. Úgy látszik neki se jutott mindenből, de csöre megfigyelte, hogy a jobb ételeket, sült tésztákat az asszony úgy eldugt a tiszta szobába, hogy azt még csak nem is látta közülük senki. Maguk ették meg, az almát különösen. Míg a fám volt, egyetlen szemet sem volt szabad levenni belőle. Például volt a ház, megett egy fehér szilvafa. Azt nagyon szerette volna megkóstolni, de Isten őriz, talán még ki is hasították volna belőle, ha lenyel egy szemet. Még nem is volt szabad a fa közelébe se menni. Vitték a piacra. Mindent mindig a piaca. Ha aztán lefogyott a fáról, nem maradt rajta más, csak az aszalódott szem, akkor szabad volt felmenni, de az öreg bácsi félrehívta a kislányt, és azt mondta, megne ne egye azokat a szemeket, mert beteg lesz mert azok móniások. Aki nekik dolgozott, akit nem lehetett eladni, az nem is kapott enni. Volt egy nagy kutya, az se kapott. Olyan nagy, sovány kutya volt, mindig szomorúan kóváigott. Kis csöre sajnálta, és sokszor adott neki egy kis kenyeret. Egyszer a levesét kivitte neki. Észrevette, zsaba Mári lett nagy csetepaté, szítta, mint a bokrot, de oly csúfan, hogy még a gyerek is szégyelte pedig nem volt elkényeztetve, hiszen ezen az alföldön a magyarok még ebben az időben nem is tudtak másképpen beszélni, csak trágár szavakkal. látta a nagyságát messziről. Akkor is a malacokat őrizte, a nagysága is láthatta őtet, hogy ott van mezit lába malacoknál a hideg sárba, de nem hívta magához, csak Zsaba Márival beszélgetett. Most biztosan megkérdezte, hogy iskolába járok, gondolta a kislány. Délben, mikor ebédelni behíták, szólt is Mári néni. No, itt volt a nagyságád, azt kérdezte, jó vagy-e? Mit mondott? Hogy jó vagy? A kislány már nem volt olyan nyílt és nyelves, mint Dudáséknál, ahol úgy beszélt mégis a nevelőanyjával, ahogy a többi gyerek. Itt nem tudott bizalmas lenni többet. Itt olyan volt, mint az ellenséges cseléd. Még mit kérdett? Semmit, hogy jó tanulsz. Nem is járok iskolába. Majd jársz, ne félj, úgy is elkéstél. Majd jársz jövőre. El is küldte nem sokára az iskolába. Kosárral kellett menni, a kosárban túró volt, a karján egy pár nagyon szép érce. A tanítóné átvette a csirkéket is, meg a túrót is, azt mondta, hogy tiszteli a szennyes nénit, és neki megengedte, hogy egy kicsit beálljon az iskolába. Látta a sok gyereket, de hiába nézte, nem látta a dudás gyerekeket. Többet ebben az évben nem volt iskolában. De mikor a másik év eltelt, akkor újra szeptember lett, akkor ismét elküldte Zsaba Mári kosárral a tanítóhoz, és most is vitt egy pár szép csirkét, de a kosárban nem túrót vitt, hanem tojást. Sok tojást, ötvenet. És ebben az évben sem küldték iskolába. Már nyolc éves volt, még mindig nem adták be az iskolába. Míg a többi gyerek már a harmadik osztályba járt, ő még akkor is kint legeltetett, de a búza már megnőtt, hát nem volt szabad a földre menni, csak az akácfák alatt, az útféle egész nap. Ruhában volt, de mezitláb. Hosszú állami zubony volt rajta, de cipője még nem volt. Még azt nem adták rá, mert csak egy párat adott a nagysága, szitta is érte a zsaba Mári, hogy ellopta a nyári cipőt. Ezzel meg spórolni kell, mert akkor nem lesz télen semmilyen. Arra nem is gondolt, hogy akkor se esne ki a világ feneke hatalántán, ő venne egy pár cipőt ennek a kislánynak. az anyádba voltál? Oda, oda akartam menni a mamához, de nem találom. Nézi, Zsaba Mári. Ez a kölyök keresi az anyját. Minden nap hajnal előtt kellett kelni, aki anyám meg akar élni. Deres volt a fű. Itt a sofka papucsa, szaladja pulykák után. Csöre vígan kapja a papucsot, és szalad benne. Nagy a papucs, bukdácsol, a búzába kell bemenni, egyszer csak itt vannak a pulykák, elfeledkezik a papucsról, csak akkor jut eszébe, mikor már a pulykákat megtérítette. Nincs papucs. Ej, megijed, sírva keresi, délig mindig keresi, elé meglelte egyiket, azután azt is elvesztette. Megállj, kutya, nem kapsz enni! Nem találja, csak keresik, nem leli. Kiált utána az asszony. há is ki a disznót! Ki kellett hajtani, de nem adott tenni. Olyan idő volt, hogy a búza már ki volt kelve. Másnap reggel, mikor a pulykák vitték arra, hogy szokták, rögtön meglelte a másik fél papucsot, de ő többet nem vette a lábára, hanem a kezébe vitte, hogy még egyszer el ne hagyhassa. Így is jó volt, jó segítség, lehetett a pulykák utáhajítani. Egyszer egy pulykát leütött vele, Ilyettében felvette a szegény pulykát az ölébe, és addig gyógyította, meggyógyította. De a papucsot is felvette, elne ne vesszen. Pösze, rakja tűzre! Zsaba Mári mindig mosott. Az üst alatt mindig égett a tűz, és reggeltől estig kiabálta. Pösze, rakja tűzre! Ott kell hagyni a malacokat és szaladni, és mindig szitta, hogy nem rak eleget. Megharagudott s míg a kislány kazán előtt gugolt, könnyű volt megfogni, megrázni a haját, megpofozni. Ebbe az időbe kezdte verni. Még eddig nem is bántotta, de most, hogy gyereke volt, mérgesebb lett. Pesze rakja a tűzre! De csöre megharagudott, mert Zsaba Mári akkorát vágott a fejére a ruhaszedőfával, meg a hátára egy másikat, majd leszakadt. Majd elmegyek én az anyádhoz, megmondom, hogy mindig ütöl. De ez jó gondolat volt, másnap el is szökött. És addig ment, addig ment, míg elért a Zsaba Mári anyjának a házához. Az anyát úgy híták zsabapolka. Sánta a zsabapolka, mert kicsit sántított, de igen jó nyájas asszony volt. Igazán engem a zsabapolka jánya nagyon ver, mindig ver, mondta néki. Mi csinál, kis jányom? Ver! Sánta zsabapolka aztán nagyon sajnálta a kislányt, és enni adott neki nagyon jó ételt, és nem eresztette haza estese. Reggel nekik őrizte a disznójukat. Fekete disznójuk volt, sok malaca volt, azt őrizte. Nem nagyon messze laktak zsaba Máriék oda, és a kislány egész nap úgy dalolt, majd kicsattant a torka, oly boldogan dalolt, mint tavasszal a madár. Azt hitte, többet nem kell visszamenni. De az öreg zsabapaja, az fösvény volt, spórolós, mint a lánya. Azt küldte ki őt reggel a malacokkal, és most utána üzent a lányának, hogy vigye innen az evőt. Paprikás krumpli volt ebédre. Ez nagyon ízlettám kis csörének soha el nem felejti be jó volt, de alig nyelte le a falatot, kijön itt? Zsaba Mári érkezett. Gyere haza, kis lányom! Ebédeljél még meg, azután szépen gyere haza! Ma eleget evett, mondta az öreg zsabapaja. A lánya is szépen szólott, de nagyon csúnyán nézett. Rögtön kézen fogta, elvitte haza. Úton azt mondta. Ferenc bátyádnak nehogy szólj valamit, mert kitaposom a beledet. Ez a gyengébb beszédje volt, olyan, mintha azt mondják, kezit csókolom. Dehogy is köszönt volna valaki itt egymásnak? Azt mondani, hogy jó napot, jó estét. Nem kívánt itt senki egyik a másiknak se jó napot, se jó estét. Legfeljebb azt mondták, dicsértessék. Ahogy hazaértek, kihajtotta a disznókat a mezőre, este, hogy hazajött a disznókkal, nem volt otthon Ferenc bácsi, akkor verte meg a nyújtófával. Fogsz még te elszökni? Mit nem öszöl itt? Csöre sírt. Nem, 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 jó leszek, csak tessék megbocsátani. Jaj, ne tessék bántani, mert fáj. De magában azt mondogatta. Ilyen egy büdös satrafa. Engem becsalt, hogy tegyek a tűzre. Én meg röhögtem, a rontását neki mindig csak a tűzre rakni. Mit szólnál hozzá, ha én volnék a zsaba Mári, és én kiabálnék neked, hogy gyere tegyél a tűzre? Pössze, A nyelvét is kinyújtotta. egyre nagyobb lett. És a tehenet minden reggel ott kellett legeltetni az út mentén, a falu végén, az akácok alatt az árokparton. Arra ment mindenféle nép, és mondták, az anyja istenit ennek a zsaba Márinak, jöjjön ki, ül legeltetni a tehenet a dérbe, mezít láb. Mert a papucs nem volt még egyszer a kislányon. Nem kellett neki, hogy még egyszer kikapjon miatta, így pedig fázott. Fázott, megfagyott a sarka. Ő gyűjjön ki őrizni ezt a kis jánt meg hagyná aludni, ne ő az ágyba. Mert csak ugyan aludt. Persze, aludt a dög. Mikor kellett fejni, akkor rahajtotta haza a tehenét, akkor kelt fel a paplanos ágyból Zsaba Mári. No, szegény kislány tapogatta a lábát. Az öreg takács azt mondta. Vigyázz, kislányom! Ha gyerekkorodba tönkre a lábad, azt nagykorodba se fogják soha megreperálni. Egész csekéség volt, valamiért mérges volt. Te piszok, te disznó, az anyád úristen itt te szemtelen, hogy fogod a kezedbe a seprűt? Hét éves létedre nem tudsz még ennyit se? Ennek kell iskola, rossz nehézség, nem iskola kell ennek, hanem verés. Akkor Szennyes Ferenc is meghallotta, megszólalt. Ne beszélj így ebben a gyerekkel. Most meg ennek esett neki. Azt mondja az öreg bácsi, Gyerek kis jányom, elviszlek a templomba. Éppen húsvét volt. Húsvét előtt, feltámadás. A kislány ledobta a seprűt. Ja, Istenem, meglátom a templomot belülről. Mindig így szokott újjongani, ha ajándékot kapott, visított, mint a gyík. Menj a fenébe, ne is lássalak, szól Zsaba Mári húsvétiasan. Csöre szaladt boldogan a nagyvájúhoz, beledugta a lábát, megmosta. De a zsabamáriba beleszállott hirtelen a szent lélek azt mondja. Na gyere hát, felöltöztetlek szépen. Mikor öltöztette, kérdezte. Örülsz-e? Ihí, bizony, örülök. Fogta kezét az öreg bácsika, mentek a hosszú úton a templom felé, de csöre csak a menőket nézte. Mindenki cipőben van. Ő meg hiába mosta meg a lábát, már megint tiszta por. Szép napos húsvét volt. A régi cipőt nem lehetett felhúzni, mert minden lába újja ki volt belőle. Meg lehetett volna csinálni, de Zsaba Mári arra nem is gondolt. Milyen jó, hogy napos idő van. Ha rossz idő lenne, nem is vihette volna el az öreg bácsika a templomba szegénykét. húsvét volt. Húsvét előtt feltámadás. Fogta kezét az öreg bácsika, mentek a hosszú úton a templom felé, de csöre csak a menőket nézte. Mindenki cipőben van, ő meg hiába mosta meg a lábát, már megint tiszta por. Szép napos húsvét volt. A régi cipőt nem lehetett felhúzni, mert minden lába ujja ki volt belőle. Meg lehetett volna csinálni, de Zsaba Mári arra nem is gondolt. Milyen jó, hogy napos idő van. Ha rossz idő lenne, nem is vihette volna el az öreg bácsika a templomba szegénykét. Mindjárt felvitte a kórusra, és csöre látott mindent. Mindent. Mindent látott, mi a templom, hogy mit csinálnak ott. Papot látott, meg misét, meg a sok népet, meg az oltári szentséget, meg a Krisztus testét és a sebeit. És ezen nagyon elcsodálkozott hogy egy olyan nagy úr, mint a Jézus Krisztus, aki a legnagyobb király, királyok királya, ilyen sebekkel fekszik, akkor sírni kell. Hogy ő semmi seb nélkül is panaszkodik, de nem is panaszkodik, csak saját magában panaszolja el bánatát. Meddig beszél még az a marha? kérdezte a bácsikától, s rámutatott a papra. A bácsika megrántotta a karját. Ne beszélj hangosan, olyan gorombán! Ő megijedt, elhallgatott. Ő nem tudta, hogy az gorombaság, hogy marhának mondta a fejéringes bácsit. Mit szólana a bácsika, ha mindent kimondana, amit Zsaba Mári szokott mondani ő rá? Egyszer csak megmozdult a sok nép, mentek kifelé. Ők is lementek a kórusból. Azért még egyszer visszavitte őtet a bácsika a kórusba, és nézték, és vártak. És míg vártak, és nézték a sok embert, úgy érezte, meghasad a szíve a nagy boldogságtól, mert ő a legboldogabb a világon. És látta Zsaba Márit is a sok ember közt, megismerte a kendőjéről, meg is mondta hangosan, né, a Zsaba Mári, né. Nem hallgatsz, nem szabad beszélni. De olyan világos, kockás kendője volt, meg kellett ismerni. Azután látni akarta a Jézus bácsi sebeit, és a bácsika el is vitte oda. S megcsókolhatta a Jézus édes kezeit és arcát, és a sebeket. Mikor lassan mentek az úton, azt mondta. Kedves bácsika, én is olyan vagyok, mint a Jézus, mert nekem is az államad sebeket a kezeimre és a fenekemre, mert az állam adott oda Zsaba Márinak, hogy verjen. Fiam, mondta az öreg ember, akinek az állam a daikája, annak kétszer is meg kell gondolni, ha meg akar születni. Minek jöttél te a világra, az államnyakára te is, te kis bolond? Hosszú volt neki az út, leült egy mérföldkőre egy kicsit pihenni, mesélt, mesélt a kislánynak, nem törődött vele, hogy az érti vagy nem. Látod, én is második gyerekségemre, én is az állam dajkálására szorultam, de le is a jó dajka. Tudod, amikor a románok bejöttek, bombázták a falut, Éppen az én házamat gyújtották fel a bombák, mert nekem nagy házam volt. Annak az első szobájában voltak a vörös tisztek, hát azt célozták. Hat bomba beleütött az utcai ablakon át, a hetedik meg bomba lett. Az aztán egyszerre felgyújtotta a házat is, meg az ólat is, meg a kazlat is, minden égett. Elótani meg nem lehetett, mert a románok nem hatták, hogy nem azért gyújtották fel, hogy mi meg elótsuk. Megtörülte a homlokát, nagyokat puhát lélegzett. Biztosan azért mesélt a kislánynak, mert neki is ki kellett magából adni a panaszt és a bánatot, ha csak egy gyermek előtt is. Így leégett az én házam tövig. Még harmadnap is éget benne a nagy ház közepébe a mestergerenda. A biztosító társaság meg nem adott semmit. Harminc évig fizettem a biztosítást, egy krajcárkát se adtak, mert azt mondták, olyan tűzért nem fizetnek, amit szándékosan csinálnak. Hát tudod, gyermek, az állam érdekében volt a háború, ezért igazság szerint az államnak kellett volna megtéríteni az én káromat, mert a községben senkinek a háza se éget le, csak az enyém, meg még vagy kettő-három. Azok se kaptak kártérítést. De én, ajaj, én kaptam az államtól olyan büntetést, ajaj. Aj. Most, hogy behozták a forgalmi adót, én nem tudtam, hogy én rám is tartozik, én takács vagyok. Sose kellett nekem semmiféle könyvet se vezetni. Egyszer csak mondja nekem egy bótos, hogy Csomor bácsi, menjen fel a községházára, mert baj lesz a forgalmival. Felmegyek a községházára, mondom a jegyzőnek, hogy jegyző úr kérem, én rám is tartozik a forgalmi adó. Azt mondja a jegyző, Csomor bácsi, éppen itt van az ellenőr, kérdezze meg tőle. No, bemegyek a forgalmi adó ellenőrhöz, kérdezem tőle, azt mondja, várjak egy kicsit, mindjárt jegyzőkönyvet vesz fel. Na, meg is csinálta a jegyzőkönyvet, én nyugodtan hazamegyek. Egy-két nap múlva találkozom a boltossal, mert hogy olyan szegények lettünk, mint az új házasok. Nem volt se egy tepsi, se egy asztal a házba, amit újonnan valahogy felépítettem. Mindig nekem kellett menni a boltba, mert se nem volt, már régen nem jött Inas erre a mesterségre, se a feleségem nem tudott elmenni, mert úgy megijedt a bombardírozáskor, hogy attól kezdve ágyban fekvő beteg volt a szegény. Kérdi a boltos, mit mondtak? Mondom, jegyzőkönyvet vettek fel. Jaj, azt mondja, az baj, mert akkor büntetés lesz, legalább 70 ezer korona. No, Na, nagyon megijedtem, újra megyek a községházára, szerencsére a forgalmi ellenőr újra ott van, Mondom neki, ne büntessenek meg engem, mert engem már tűzvíz megbüntetett. Tudod, fiam, ó, honnan tudnád, akkor tizenkilencben nagy árvíz volt. Mindenem tönkrement a mezőn is. Mondja, hogy nem fognak nagyon büntetni. Aztán kijött, hogy 140 ezer koronára büntettek. Az öreg ember nagyon meg volt hatva saját elbeszélésétől. Felújult benne minden emlék. A kislány csak nézte az arcát, oly fehér volt, mint a fehérített vászon, és fájt a feje mindig. A bajusza egészen fehér volt, és se meg nem hagyta, se le nem borotválta, hanem csak úgy le volt nyírva nagyjából. Az orra furcsánkunk kunkorodott felfelé, kék szemei nedvesek voltak, a gyűrött piros szélükön köncsepreszkedett. De ez még nem elég, akkor az állam még nagyobbat talált ki ellenem. Az iparigazolványt. Mert tudod, fiam, én olyan árva gyerek voltam, mint te vagy, kisfiam. Nem volt se apám, se anyám, hanem magukhoz vett egy öreg takács. Akkor az volt a legöregebb a faluban. Azután sokáig én voltam a legfiatalabb, most megint én vagyok a leges legöregebb. Hát én a mesterséget szépen megtanultam, és 46 esztendeig gyakoroltam és avval szereztem a kis házamat, meg egy kis földet. Csak az árvízkor a földet tönkretette a víz, a házat meg a bombázás. Akkor, hogy felépíthessem a házat, el kellett adni a földet, beleépítettem a házba. Hát olyat, amit az állam most kívánt tőlem, nem tudtam mutatni. A forgalminál is azt mondták, hogy meg kell nekem fizetni mindent, kezdettől fogva, amit csak kerestem minden után és úgy számították, hogy három milliót keresek havonta. Pedig én a legnagyobb szorgalommal se kerestem meg annak a felét se. Pedig, fiam, minden éjszaka éjfélig ott ültem a szövőszékben, és dolgoztam, hogy még enni is alig állottam meg. Most meg azt mondták, hogy ha nincs iparigazolványom, akkor én kontár vagyok kezdettől fogva, és nem volt szabad nekem semmit dolgozni, mióta élek így mondta az állam. Elmentem a főszolgabíróhoz, mondtam, abba kell hagyni nekem az egészet. Azt mondja a főszolgabíró, nem kell abba hagyni, hanem szakemberekkel intézzem el. Nincsenek már főszolgabíró úr szakemberek. Magam vagyok utolsó szakképzett a kácsakösségben, van itt még kettő, aki nem szakember, most kezdte, nem kívánhatják, hogy én azoktól tanuljak. Azt mondja, van még öreg takács mester abonyban. Na, ismerem én azt az abonyit. Jönnek én hozzám abonyiak sokszor, és mondják, hogy a jó anyagot nem adják az ő takácsuknak elrontani. Most én ahhoz menjek, inosnak. Csöre meglátta, hogy az öreg embernek most esett ki a szeméből az első köncsepp. Mást nem tehetett, hiszen kicsi eszével fel sem tudta fogni, amiket az aggastyán mesélt, csak oda simult hozzá a melegen, és megszorította a kezét, és a fejét rátette a karjára, mint egy jó kis gyermek. Azért mondom, kislányom, hogy akinek az állam a az kétszer is gondolja meg, ha erre a világra akar születni, mert az állam jót akar, de az ő szája néma, neki prókátorokra van szüksége. Az állam erős, de az ő keze nem simogat. Jaj, annak, mikor az ember a hivatalnok kezére kerül, akkor már abból jó nem jöhet ki, csak szekatúra, bosszúság, kár. Lehajtotta a fejét, ült. Már úgy el volt gémberedve, mintha nem is volna kedve többet megmozdulni. A kislány szíve dagatta a részvédtől. Szeretett volna ő is olyan szépet és rettenetest mondani, mint az öreg, és azt mondta. Engem kedve csapám mindig csimogatott. Az öreg eleinte nem is figyelt oda a kis sejpre, nem is lehet érteni, mit mond. Nem csimogat, simogat, s se Ah, ahogy a szél fúj, Cs, 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 cs. Így tanígatta már máskor is az öreg. Akkor a gyerek tovább mesélt, és az öregnek felakadt a szem. Még a nyál is megerett az ínyeközt, közt, úgy meg volt rémülve. A vér felszaladt a sápat arcába, leszállott megint meg újra. Kékült, zöldült azon, amit a kislány mondogatott. Akkor felállott, azt mondta, gyere velem! A gyerek megy, ha szólanak neki. Visszaindultak a falu felé, de alig, hogy megfordultak, ott jött Zsaba Mári. Meg is állottak. Néma, ezeket a disznókat, ezek még mindig itt szamognak. Vígan rakta a lábát, kemény, vaskos lábai lötyögve ment, úgy vitte a potrohát, mint a darázs, ha a darázs a nagy hasával hátrafelé tudna menni, mint a rák. Micsoda gyalázatosság ez? Magának már régen otthon kék lenni. Mit gondol, éhen vesztek azok az állatok? Ki hordja ki a trágyát, fene egye meg a vén trotliát? Szennyes Ferenc hallgatott a felesége mögött. Nem szeretett az asszonyjal szót szaporítani. Most meg igaza is van Zsaba Márinak. Inkább az volt az ostobaság, hogy elengedte a templomba a vént. Mintha az állatokat csak úgy ott lehetne hagyni fél napra. Idegenek is mentek az úton. Szennyes tudta, hogy a felesége nincs tekintettel arra, hallja vagy nem hallja valaki, Hát most nem vakkantott rá, hogy ne ugass. De volt benne annyi becsületérzés, hogy legalább nem is tódította a felesége téját. Már messze jártak a fiatal erős emberek, ők még mindig csak ott állottak a kilométerkőnél. Az öreg előre hajolva csak állott, állott, mintha megütötte volna a szél. A feje úgy ingott, mint az óra inga, bólogatott, szakadatlanul nem akart megállni. Piszok, mondta aztán. Piszok meg piszokné. Azután újra oly sokáig állott, hogy már a menők messze eltűntek a távolban. Hűvösödik az idő, menjünk haza. Ne félj, fiam, akármilyen nehéz is neked, te még fiatal vagy kibírod. A fiatal mindent kibír. Veled még sok minden történhetik, még jó is. Én is árva voltam, mint te. Nem volt nekem se apám, se anyám, senki e világon, de nekem az volt a szerencsém, hogy még abba az időben az állam nem igen törődött a kisgyerekekkel. Csak avvett magához kis árvált, aki szerette a gyereket. Nem fizettek érte, tehát érdemes nem volt a gyerektartás. Ez az én húgom-e, nagyon kemény szívű, nem csuda, gazdag, mindene van, a gazdag ember csak arra gondol, hogy a pénze meg legyék. Péz, meg pénz, meg hogy mutathassa a hatalmát. Hát, a szóval te is arra kell lesz neki, hogy legyen egy kis idegenje, segítségnek, mert tarthatnának ezek cselédet, akár hatot is, de annak fizetni kék, így meg ő kap egy kicsit. Én tülem is kap, mert azt mondja, hogy örököltem az ő bácsiuktól. Pég az nem úgy van, mert amim van, azt én mind magam keresettjébű gyűjtöttem a szegény feleségemmel, ketten. Ami a bácsirul maradt volna, azt akkor ezeknek a szülejei, a zsabák, meg a marók, meg a tunkák, meg a többi, mind az utolsó szemig elszedték, hogy nem volt nekem még a fejem semmire lehajtani. Azután, hogy megházasodtam, akkor kezdtem lassan lépesedni, mert igen-igen jó feleségem volt, a nem is ett csak mindent félretett öreg napjainkra. Nem gondoltuk mink, hogy jönni fog az állam, ham, az kapja be, amink maradt a háború után. Most meg már ezek a jó emberek azt mondták, jöjjön hozzánk, bácsi, nálunk el lehet hótáig a földjét, meg megműveljük magának. Most művelik, igen, de én hogy vagyok? Még csoda, hogy kieresztettek az udvarból. Már úgy gondoltam, még élek többet, ki nem léphetek a kapun. Mert félnek azért ezek az érezek az Isten Hogyha valaki megtudja, milyen jól elbántak velem, akkor rájuk is rájuk fordul a hátul ütőfa. De nincs csak, két csendőr jön erre felé. Úgy gondolom, más faluból jönnek ezek hazafelé, ebédelni jönnek, hogy messze jártak. Őrjáraton voltak ezek. Ezeknek is van azért elég gyalogolni valójuk, látod? De oly lassan beszélt, hogy mikor egy szót kimondott, a másikig már el is felejtette, hogy mi volt út közben. már megállani, csöndőr Köszönt nekik nagy alázatossággal. Éppen akartam volna elmenni, ha bírok a tisztelt urakhoz. Na, öreg, mi az? Erit csak odébb, kis jányom az útból. Na, erejj el, nem bántanak engem a csöndőr meg téged se, de valamit kell nekik elmondani, ami nem a gyerek bevaló. való. Hogy is a te kedves apádat? A kislány gyanakodvállott, ellenségesen nézett. Húzódott félre az útból, nagyon úgy érezte, hogy neki járít ki egy rugás vagy egy pofon, jó lesz elsikolni. De elszaladni sem mert, azt se tudta, merre kellene szaladni, hogy hazaérjen. Sípos vagy valami ilyen hangszerje volt neki a nevében. Dudás, no! Hát kérem, csöndőr urak, eredj már, odébb, kis jányom! A csendőrök megdöbbenve hallgatták az öregember meséjét. Akkor előhívták a kislányt, hogy nem akart jönni, egyikük még utána is szaladt, úgy csípte a gyereket futtában, karjánál fogva rángatva hozta elő. De a másik csendőr a zsebébe nyúlt, és cukrot keresett a gyereknek, csak az nem mert elvenni. Olyan ne, lássák, csendőr urak, úgy van a nevelve, hogy az úton felszedi az almacsutkát és megeszi, nem utálja. Még az a jobb neki szegénynek, ami el van hajítva a ganéba. Nem volt erre még soha senkinek gondja. Kegyetlen emberek markába volt, em mindig. Legjobb volna, ha bebírnak jönni a laktanyára, Felveszük a jegyzőkönyvet. Jaj, tisztelt urak, én mennék én, szívesen elmennék én, de én már nem bírok menni. Örülök, ha haza tudok még egyszer eljutni, és meghalok. De az Isten hozta magukat erre felé, tisztelt csöndőr uraim, mert az nem lehet, hogy ilyen istentelen és förtelmes emberek éljenek a földön. Még az államtól pénzt kapjanak azért, hogy így kihasználnak kis árva gyermekecskéket, akinek se apja, se anyja, semmi védelmezője ezen a világon. Lehet kiélni. A csendőrök látták az öregember gyengeségét, Azért csak úgy noteszba vették fel a jegyzeteket, majd megcsinálják otthon a jelentést, mondták. A kislány meg csak nézett, nevetett. Már kezdett neki tetszeni, hogy mindenki csak vele foglalkozik, de azért igyekezett lábalól félrehúzódni, onnan leskelődött, hogy hol egyik csendőr, hol a másik, csak felé lesett a szemivel, ez tetszett neki. Mindenki csak rám néz, mondta is, nem tudta, hogy ez büszkeségből és kacérságból mondja. Hozzá is van szokva, mert mióta csak az eszit tudja, mindig megnézte őtet minden férfi. Nem lehet tudni miért. Meg olyanokat kérdeztek, úgy faggatták, azon is csak nevetni kell. Meg a vállát rángatja az ember és kacsint, elhúzza a száját. Akármilyen kicsi is a kislány, azért lány az már. Érzi, hogy vannak dolgai, amik csak ő rátartoznak, ha akarja, elmondja, ha nem, akkor nem. No, mendegéljünk, mondta az öregember. Elindultak az úton, de hogy már benne van a beszédben, azon a furcsa, csendes módon csak tovább mondogatta. Szennyes Ferenc azért piszok, Ferenc, mert hagyja, hogy a kis jány mezitláb őrizze a tehenet a mezőn. Azért, mert neki kellene venni cipőt, mert az állam nem ad. Mert csak takarít, őriz, dolgozik, moslékol, mindent tesz a gyermek erejéhez képest. Nem halna bele, ha egy régi kis cipőt odaadna a lábára. Vagy 7-8 forintot mindig kellett egy kis kanászbojtárnak adni, meg kosztot, fejelés csizmát, vagy legalább bocskort. Ez most mind megtakarítja de azt mondja, hogy ha még fizetést is ad, akkor minek veszi ide állami gyereket? Ah, ilyenek. akartatok a csendőrökkel, te kutya? Mondod meg, mit akartatok a csendőrökkel, te kutya? És egyik ütés a másik után. A kislány a kis gyenge karját az arca elé tartja, a feje elé, de avval nem tudja megvédeni magát. Zsaba Mári meg csak üt. De még ezt se akarja, hogy az ütésbe megfáradjon, hanem keres egy botot, megleli a ruhaszedőfát. Annak már pösze ismeri az ízét, múltkor is éppen ebben kapott ki, amikor nem rakott a tűzre. Így dög lesz meg a lábam előtt, ha meg nem mondod, mit akartatok a csendőrökkel. Én nem voltam, a bácsika volt. Visított ketté repet szájjal a kislány. Erre Zsaba Mári megnyugodott. Azt hitte, valamiért az volt a rögeszméje, hogy a kislány panaszkodott el, hogy a csendőrök meglátták, megszólították, miért van mezitláb, mert a messziből annyit láttak, hogy a kislányt faggatták de arra eddig nem is gondolt, hogy az öreg panaszolkodott. Biztosan a földeket mondta el, meg hogy mi van vele. Ettől azonnal elfelejtette a kislányt, ott hagyta a fenébe, bement a szobába, és nézte, hogy mit is kell csinálni a vénistennel. – Legyet, ne lássak a gyereken! – kiáltott ki a kislánynak, és az szorgalmasan állott rögtön a bölcső mellé, és hajtotta a legyet. – Uaa! mondta a gyerek a bölcsőben, és folyton visított. Biztosan rossz tejet kap az anyjától. Hogy ez mindig mérges, a teje is mérges lesz neki, mondja Zsófka, ahogy átmegy a pitvaron. Ez is rossz tejet fog adni, mert ez is mindig olyan, mint a kelevény. Ebben a házban mindenkinek rossz a teje, mert itt mindenki reggeltől estig rossz kedvű. Pedig itt lehetne jó kedve még Zsaba Márinak is, mert semmit se kell neki csinálni, csak folyton horgol a gyerekének. Minden munkát elvégez az urak. Mert az olyan kis ember, a fene látott ilyet, örökké csak dolgozik. Az asszony munkát is szereti, főz is. Még a zsofka munkáját is elvégzi, ha rájön. Az asszony, ameg ott ül a szobában a horgolásával, mérgesen néz maga elé, csak soha ki ne jönne többet onnan. A kislány meg pösze, csak hajtja a legyet. Ahogy hallja a konyhából a zsofka csendes nevetését, ahogy a gazdán nevet, eszébe jut, hogy a nyáron, amikor kint voltak a szérűn, az asszonynak haza kellett menni. Ők maradtak ott hárman. Ő, meg Zsófka, meg a gazda a ponyván. Azt mondja a gazda. Lök csak idejébb a Zsofkát. Miért? mondja ő neki. Tam be akar neki dörgőnyi. Most ezen elmosolyodik. Ugyan mit is kérdezgettek a csendőrök, de olyant nem is szoktak kérdezni. Hát csak kinyit Zsaba Mári a nyakában az olvasó. Mi az? Ez meg nem horgolt oda hanem olvasózott. Nézd Zsaba Mária kölykére, annak az arcán van egy légy. Őszről maradtán, mert olyan döglődő, akkor eshetett rá, nem is bírt már elmászni. Így vigyázott te az én gyerekemre! Így vigyázol te az én gyerekemre! Veszi le, oldozza az öregszemű olvasót, kezdi vele verni a kislány fejét. Hogy az Isten dög lesz meg, te gyalázatos disznó! Így. Csak veri a csörefejét. De hogy nem akar vérfolyni az olvasótól, húzza le a szegedi papucsot a lábáról, annak a sarkos végével püföli a fejét, veri, ahogy bírja. Így vigyázott te az én fiamra, te kutya! Nem állott meg, míg a fejét be nem szakította. Ömlött a vér. Szennyes Ferenc meg kinézett a konyhából, egy nagy kötény volt előtte. Azt mondta. No, ezért voltál templomba. Csörének a vér mind beleszáradt a hajába, és Zsabamári bezárta a cselét szobába, csak este híta ki, kezébe nyomott egy bögrét. – Vidd annak a másik dögnek, a barátodnak! Nem fog többet a csendőröknek panaszkodni, ha ezt megissza? Csöre megfogta a bögrét, vitte, útközben majdnem elesett, de csak megbotlott, kicsi ki is löttyent a lébül. – Bácsika, bácsika! Csabamári küldte! Nem fog többet a csendőröknek panaszkodni, ha ezt tett meg megissza? Az öreg takács megdöbbenve elfejéredve nézett a kislányra. Étető van benne, kisfiam. Acs mondta Csaba Mári, nem fog többet a csendőröknek panacskodni, ha egy megítsa. meg Csá? Az öreg ember hörgött. Nem fogok panaszkodni. Nem is akarok én már. Isten adta ezt az észt Zsaba Márinak, eleget panaszkodtam már, én nem fogok, én már soha többet panaszkodni. Elvette a bögrét, és jó helyre félretette. Majd megiszom, fiam, de még egy kis dolgom van, elébb kihordom a ganét. Aztán igen elszomorodott, elment hátra a vasvilláért, tovább dolgozott. Csöre még egy darabig ott lábatlankodott körülötte. Mitől vagy olyan véres? Csaba Mári becsakította a fejemet az olvasóval, meg a csegedi papucsával is. S, 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 súgta feléje az öreg ember. Válaszolt csöre, most egészen jól kijött a söbetű a szájából. Papus! S, nap nagy mosás volt. Már hajnal előtt felrakták a meleg vizet, és a gyereknek is ki kellett bújni a vacokból. – Gyere ide! – oda kellett menni, Zsaba Mári belemosta a fejét a lúgba. Am meg úgy felmarta, hogy tele lett az egész fejesebbel. Az asszony csak úgy szaggatta kifelé a hajat tövestől a fejéből. Azt kiáltotta. – Jaj, de megvert az Isten ebben a koszos nyávatrontással! Hogy erős volt a lúg, a kislány visított, hunyta be a szappanhabban a szemét. Zsaba Mári meg ingerült volt. Az öreg is még mindig él, semmi se változik. Az egész világ csak az ő bosszantására van. Hát ököllel, oly szerencsétlenül törölte szájon a bőgőmasinát, hogy annak két foga bedőlt. Most már aztán a száján is dőlt a vér. Az embert ne üsse meg a guta ettől a sok ribanc cudar rohadt nyomorúságtól. Az orvosnak azt kellett mondani, hogy a tehén megöklelte, attól dűlt be a foga. Hogy hína kis jányom? Áváska. Zsaba Mári gyűlölettel nézett a kislányra. Ezt magát nem bírta elviselni, hogy egy gyereknek ilyen neve lehessen, árvácska. Az orvos se értette meg, neki muszájlott magyarázni. Nincsen ennek semmi neve. Azt a butaságot írták be neki, hogy árvácska vagy mi a kék kű. Árvácska, nevetett az orvos, ez kedves. Hát ez igazán árvácska is. Na, no, nyisd ki a szádat, kis árvácskám. Injekciót is adott be neki, igazított valamit a szájban. Aztán adott olyan piros orvosságot, hogy avval kell mosni a szájat és öblögetni a fogakat. De a leggyógyítóbb az volt, hogy mindig nevetve és becézgetve szólott hozzá a puha szagos tenyerével is csak mindig simogatta az arcát, húzigálta a pici kis gombocska orrát. Jól van, kis árvácskám, aztán szépen mosogasd a szádat. Igen, de ahogy hazamentek, Zsaba Mári elvette a piros orvosságot, ő használta, mert az egyszerűen piros szájvíz volt, az neki is jó volt. De a kis pösze rászólt. Nekem is. Az már neked nem kell. Már neked nem kell orvosság ő használta el az egészet. A gyerek nem is mosta vele a fogát, csak egyszer. Hallgass, mert bevágom vele a pofád! Vágott, ütött, harapott. Ilyeneket csinált a hülye. A bácsika két vagy három nappal azután meghalt. A kislány tudta, mi a halál, azt a halottat látta, a kísértetett kadarcsot, akit a kedves apám lőtt. Most hát nem merte megnézni az öreg halottat, de muszáj volt, mert Zsaba már is emert kimenni, pedig valamit nagyon akart tudni, azt, hogy mi lett a bögrével. Rákiáltott a kislányra. Pesze! Erigy az istállóba, hozd be a bögrét! Milyen bögrét? Milyen bögrét? A begrét! Amit a istennek vittél húsvétkor! Aha, már tudta csöre, milyen bögréről van szó, és szaladt is. Már nem is gondolta halottra, csak a bögrére. Ha van az embernek valami dolga, akkor nem fél. Mikor bement az istálóba, az öreg ott feküdt a dikón, mintha csak aludnék. Ő nem is nézett rá, csak kereste a bögrét. Az nem volt ott a falban, ahova akkor este a bácsikat tette. Újra kellett körülnézni. Hát tessék, látja, hogy a bögre ott van a halott ember mellett, belől. Szaladt be a házba, mondja. Megvan a begre, megvan a begre, a bácsika iszik belőle. Kétszer-háromszor is el kellett mondani, míg Zsaba Mári megértette. Akkor ráordított. Nem, megmondtam, hogy hozd elő. Rögtön hozd elő. Vissza kellett kullogni, de most hogy vegye ki a dikóról? A bácsika nem tudja ideadni, ha halott. Kereste a fejőszéket, azt odatette a dikó elé, felállott rá, benyúlt az ágyba, át az öreg halotton. Megfogta a bögrét, kivette, akkor leszállott az ágyról, a fejőkét hátra vitte a helyére, akkor beszaladt a házba, odaadta a zsabamárinak. Itt van a maga begréje! De Zsaba Mári sápat lett. Egészen rosszul lett. Szeretett volna ráordítani, de valaki volt a konyhában, hát a bögrét levágta a konyha sarkába, hogy apróra tört. Mindenféle piszkot összehord ez a marha ide, mondta. Az emberek nagyon megbotránkoztak rajta, hogy a halotti szentséget az istállóban adták fel neki, pedig rájuk maradt a takácsház, meg a határban a jó földek. De az emberek nem értenek ehhez. A vagyont így kell gyűjteni. Nem is lehet másképpen, csak mindenféleképp. Aki annak szenteli az életét, az minden legkisebb krajcárt megbecsül, és elvesz, és félretesz, és senkinek sem ad semmit. Nagy teher és nagy harca vagyonszerzés. Sok orca pirulás kell ahhoz. Inkább az kell, hogy valakinek ne is legyen bőr az arcán, észre se vegye, hogy mások nem helyeselnek -e ezt azt, amit ő csinál, mert ő fel van mentve minden alól, ő gyűjt. Spórolós, mondják rá, akkor már nem is várnak tőle semmit. Se adományt, se alamizsnát, se igazságot. A spóroló gazda három kiló szalonnát ígér az aratóknak, pedig az apja még, aki nem volt spórolós, ötöt adott, ő csak két kilót átki, ki, és avval menti magát, hogy a kosárral együtt meg volt a három kiló. Meg azt mondja a spórolós gazda, felszántom a földeteket, dolgoztok érte hat napot, míg a kukoricagóré el nem készül. Csak dolgoznak, dolgoznak, aztán kisül, hogy ő úgy akarja, hogy míg a góré el nem készül, addig minden munkát ingyen kell végezni a tanyán. Répában, kukoricában kilenc napot, a góréban hatot, és még három és fél nap követelése neki van rajtuk. Pedig hogy dolgoztat a spórolós gazda? Azt mondja, no emberek, ma este felhős az ég, nem hagyjuk abba a gyűjtést, míg csak fedél alatt nem lesz, még ha ránk is virrad de ezért az éjszakai munkáért semmit sem ad a spórolós gazda. Legfeljebb szidást, ha nem elég serények. A spórolós gazda nagyon jól ki tudja használni az állami gyermeket is. Hiába szitta a kis csörét, még egy államit kért a nagyságától, egy kis pesti fiút. Az is törvénytelen, ez is törvénytelen, jó lesz kis kanásznak. De gazdagodik is Szennyes Ferenc, Gazdag volt neki az apja is, meg a felesége is, meg az öreg apák is mind gazdagok, és mindenik úgy házasodott, hogy vidám és jó feleséget vett magának, mert a spórolósnak nagyon savanyú az élete. Csak hát a legjobb ember is szemet tud hújni, ha a felesége gyűjt. Lám, neki azért még szólani se kell. Fene bánja, ha a kutya csahol, csak jó házőrző kutya legyék a legfinomabb férfi sem haragszik azért, ha neki nem kell bepiszkolni magát a spórolós apróságban. Csak hadd mocskolódjon az asszony. No, hagyta, hogy a felesége nyugodtan alszik az ágyban, míg a kislány már virradat előtt hajtja a tehenet a dérben mezitláb. Nem is tudott olyanokról, hogy néha rájött a szellemi a kislányra. Egyszer egy hideg téli éjszaka, még a leánykának ott kellett dolgozni az itatásnál, ahogy felé néz, Látja a szellemet a fehér lepedőben, ahogy integet. Írtóztató félelem tört ki rajta, egyedül volt, már az öreg bácsi meghalt, rohant be a konyhába. Szellem, szellem! Oda bent is mindenki megrémül, mert műveletlenek voltak ám valamennyien. Még a legnagyobb gazdagság sem oltalmazza meg őket, rohannak ki szellemtől félni. De nem látnak semmit. Kis kapott egy pár pofont. Még nap a tehenet őrizte, akkor látta, hogy jönnek a csendőrök. Nevetett nekik, mert őt még nem bántották a csendőrök. Inkább azon nevetgélt, miket nem kérdezgettek a múltkor. Elbújt, hogy meg ne lássák. A csendőrök bementek a tanyára, mit végeztek, mit nem, jó sokára, de újra elmentek. A kislány kacagott magában, hogy nem is néztek arra, merre ő volt. Mikor délben hazahajtotta a tehenet, csak mondja Zsaba Mári. Nem kénlódok veled többet, te kutya. Adlak vissza annak, aki rám sózott. Lássa, mondták a csendőrök, hogy miért nem viszi csikolába? De Zsaba Mári nem felelt, csak görbén nézett rá. Azt mondták, hogy Dudás felakasztotta magát. A kis csere nevetni kezdett. Mindig acst mondta, felakasztja magát, végzek veletek, végzek veletek meg magammal de Zsaba Mári most sem felelt. Te! Haragszol te én rám, te! Harag csak hát! Miért? És ilyetten nézett a gyerekre. Mert beverte a fejemet az olvasóval. Na, gyere ide, meggyógyítalak. Az asszony egész nap sunyin s magában morogva jött ment. Nem is lehetett érteni, mit akar. Senkihez sem szólott, csak pusmogott. Árvácska ment az udvarra, szaladgált, mint a kisbárány, meg a csirkék. Még nem volt benne felelősségérzet, még nem tudta, mi a dolga, hogy magától azt végezze. Futott, s te, ne te, ne, csápolta veszővel a földet. Ha azt mondták, csináld ezt, megtette, ha azt mondták, csináld azt, azt is megtette, de magától nem is jutott eszébe, mit is kellene hát neki csinálni. Neki úgy látszott, jobb az udvaron, mint a házban. A nagy eperfa már apró gyümölcsét kezdte pirosítgatni, de még nem volt rajta ennivaló. Még más gyümölcs nem volt, csak a ribizli kezdett a kertben pirosítani, de ahhoz nem volt szabad szólani. Még mit? A ribizlinek más dolga van, mint hogy a kis pöse hasába kukucskáljon be. Várját azt a piacon. Alig győz annyira érni, már viszik is. De a tyúkok nem törődnek ebben, s éppen a bóbítás most is ott kapkod fel, fel a magasba, valami lelógó szemeket csipked. Muszáj volt a veszővel megtanítani, hogy el ne felejtse magát. Pössze! A kislány az ól előtt állott, benézett. Csak úgy állott és nézett. Verebek repültek ki az ólból. Milyen gyalázatosak, hogy a más óliába is bemernek menni. Úgy szitta őket, ahogy másoktól tudta. A verebeket mindig csak szidni lehet, mert a verép semmi hasznot se tesz, csak felszedi a baromfiak elől az otthagyott magvakat. Pössze! Árvácska jól tudta, hogy az asszony kiabál utána, de nem szerette meghallani, mert abból mindig rossz származik. Hadd hát, kiabáljon! Erre is így tanította Zsofka, aki meg is mondta. Kiabálj, csak repedjen meg a gégád! de ő csak éppen azt számította magában, hogy sokára lenne, míg az asszony ideér, és megfogja a csitri haját, hát odáig nem kell sietni. Nem tett úgy, mintha nem hallaná, úgy tett, mintha nem volna sietős az engedelmesség. Persze az anyád istenit, nem hallod, hogy a guta üssön már beléd, meddig hagysz kiabálni? Ezt igen, ezt már lehetett érteni, és mikor már így szól a nóta, akkor sietni is kell engedelmeskedni, mert ne várd, míg utánad megyek. Becammogott hát a ház felé, lesütött fejjel és a szájába dugott ujjal, felduzzasztott szájjal. Gyere csak ide, kisfiam, mondta Zsaba Mári. Hogy néz ő ki, né, csak olyan vagy, mint egy árva gyerek, akire senki se gondol. Pössze fellesett fél szemmel az asszonyra. Ott állott az vastagon, és a napfényben ragyogva, mint egy rózsabokor. De a rózsabokor is tele van tüskével, pössze is csak leste, mikor sül ki a kedves hang után a pofon. De az asszony kivette a fejéből a sárga kis fésüjét, leült a ház előtt a kis lócára, ami ott volt. Ezen virág szokott állani, de most üres volt, mert a virágokat lerakták a földre. No, – Na, gyere ide már, gyere már, na, no, nem harapom le a füledet! Végre sikerült valahogy létrehozni a közeledést. A kislány is odább nyomakodott egy kicsit, ő is utána nyúlt, így magához ránthatta, hozzá fogott fésülni a kócos haját. Kerekre volt vágva mindig a kislány haja, a fültövének a vonalában nem volt nehéz megfésülni. Nem hagytak neki hosszú hajat, mint a parasztlányoknak. Ezt a kislány nem is bánta, mert úgy tetszett neki, hogy így ő valamibb. Te! Azt mond csak meg nekem, mit beszéltetek ti az öreggel akkor, tudod, mikor jöttetek a templomból? A kislány hallgatott. Engem szíttatok? Mondd csak meg. Mit karatyolt olyan sokat az a vén? Mondta, hogy a földjét elvettük? A kislány intett a fejével. Ezt igen, ezt mondta. Csak ő nem tudja, mi az. Na, ugye mondta. Hogy ott rohadjon el, ahol van? Még mit mondott? De szerencséje is, hogy elpatkolt innen, mert keserves lett volna neki nálam tovább. Ilyeneket mond egy kislánynak, amik még a maga nevét se tudja. Még mit mondott? Mondta, hogy nagy háza van neki a faluban? Mondta? Na, ugye mondta? Hogy azt is én gyújtottam fel, azt is mondta? A kislány ingatta a fejét, nem, ezt nem mondta. Gyújtogatásról nem mondta azt akkor gyújtották fel, mikor itt volt a háború, de az a bitang vén még azt is rám fogta volna. Látod, az ember akármilyen jó, mindig csak kárát akarik. Ide vettem a galádot, a ganét, itt tartottam, elláttam, itt mostuk azt a rohadt szennyes ingit neki, a gatyáját, és még ilyeneket mondott egy kis jánynak. Megrángatta a gyerek haját, mert nagyon össze volt bubancolódva. Na, még mit mondott? Miért nem beszélsz? Azt hiszed, ki tudom találni, amit gondolsz? Semmit se. Mi az a semmit se? Mikor tanulsz már megbeszélni, a fene egyen meg az anyáddal együtt, hogy itt nekem kell a más kölykit tűrni, mikor ennek is volt anyja? Ez se jött a világra a bokorba vagy a piszokba, mint a bolha? De lehet, hogy av vagy te. A bolha is a porba terem meg, a porbúl lesz, azt mondják, te is csak úgy keltél is, mint a gomba. Minek is a földön lenni egy ilyennek? Na hát, mit mondott még? Azt nem mondta, hogy a feleségét is én tettem el lábalól? Acs mondtam neki, hogy kedve csapám mindig odahúzott magához, és mindig acs mondta, ezt tett kedvanyárnak, nem csabad megmondani, hogy játsz veled, mi csinált? Hát a kislány semmit se tudott arról mondani, hogy mit mondott neki az öreg takács, de azt annál bővebben el tudta mondani, hogy vele mit csinált a kedves apja Dudás. Zsaba Mári elébb tágra szemmel hallgatta, akkor nagyot kacagott, végül úgy felháborodott, hogy ellökte a kisjányt magától. Fúj, hát akkor te egy rühös vacak lettél! Hogy én nekem ezt senki sem mondta. Fúj, de disznó egy ember volt az a dudás, azért akasztotta fel hát magát. Mondták a csendőrök, hogy valami gyanúba volt, amiatt félti be, de én azt hittem lopott, vagy gyilkolt, vagy valami ilyest. Fi! Bár téged is felakasztott volna magával, lábbal felfelé. Fúj, te disznó! Ilyen kicsi már, ilyen undok! Fúj! Nem tudott eleget köpködni, utálkozni. az atyus temetése után Zsaba Márira nem lehetett ráismerni. Egész nyáron olyan különös volt. De jó volt, hogy azelőtt alig ült a szobába, most meg nem akart onnan kimozdulni. Legalább nem látták. Összének mindegy, ő csak legeltette a teheneket. eltelt a nyár. Itt kell már menni? De Zsaba Mári nem hallotta rá se ügyet, mint aki mindig máson töri a fejét. Egyszer csak váratlanul azt mondja. Te mondtad a csöndőröknek? Árvácska rábámult. Láttam, téged is vallattak. Hülye vagy, nem érted? Az országúton. Nem emlékszel? Ott ácsorogtatok a kilométerkőnél, hadráltatok a csendőröknek. no, mit meséltél nekik? Már tudta, már emlékezett, miről beszél Zsaba Mári, de nem törődött vele. Kint dér volt az éjszaka, azt mondta maga elé duruzsolva ellenségesen. Már ilyenkor iskolába kell menni. Zsaba Mári gondokban nézett rá. Neked nagyon is felvágták a nyelvedet, mégse tudsz beszélni tudsz te bajt csinálni másnak, látom én már ki vagy te. Hirtelen farkas nevetéssel elkapta, magához rántotta. Hé, te, hát vétettem én neked valamit, te! Azért, hogy egy pofont kaptál? Mutat csak a fogad, azt is megcsináltattam neked, orvosho vittelek, te! Fog orvosho! Oda húzta magához, és a kislány csodálkozva tűrte, hogy simogatja a varas fejét az ujjával. Még a körmével is kapargatta, de nem úgy, hogy fájjon. Hirtelen azt mondta egész más hangon az asszony. Nem szabad én rám haragudni, mert nekem gyerekem van. De nekem meg nincs anyám. Hogy a maga gyereke törvényes? Zsaba Mári elkezdett sírni. Nem szabad én rólam rosszat mondani, kis jányom. Ha kérdik, mi van a fejeden, mondd azt, hogy koszos volt, attól lett varas, de én meggyógyítottalak. Lúggal? Nem lúggal, a mosás gyógyítja. Mindig csak azt kell mondani, meggyógyítottalak. Hát rossz voltam én hozzád. Az édesanyád se lehetett volna jobb. Megölelte, megcsókolta és sírt. Megfogta két tenyerébe a gyerek két kis arcát, most a szeme elmerett, és hirtelen úgy látszott, most megfojtja De csak akarja keményedett meg az ujjai. Ráfagyott a gyerek arcára csípő két-két ujja, remegett, de nem szorított úgy, hogy fájjon. Szóval nem tudta, mit is csináljon a gyerekkel. Azután megint ott hagyta. amerre akart, el is ment, és újra csak téblábolt. Néha oda lesett, amerre az asszony sejtette. Az végigment az udvaron, sietve, mint aki valamit keres, vagy valamit elfelejtett. Elment egészen a konyhakert kiskapujáig. Talán kék szilvát akart szedni, viszi a városba, de akkor még megfordult, s éppen olyan sebesen vissza a házba. Persze csak nézte összehúzott szemmel, mintha miatta volna megkergülve az asszony. De már készen volt az ebéd. Zsofka kiállott a ház elébe, elkezdte a kiabálást. – Hé, hey, gazduram, hé! Hey! – hallgatott. Csak ugyan a gazda ott dolgozott hátul az istálló megett, ásott valamit, nekivetkezve. – Ebéd! – Pössze látta onnan a kerítésnél, hogy a gazda csak ugyan leteszi az ásót, belenyomja a földbe, mindjárt meg is fordul, és nagyon ki van pirosodva, izzad, törülgeti magát, megy. Most ő is szaladt, mert neki kell vizet adni a mosdáshoz. A konyhában volt megterítve. De Pössze a küszöbön kapott enni. Ott ült a kutya mellett, várta a tányért. Egyszer csak jön ki a konyhából az asszony, odaad neki egy bögrét. Ne! Össze csodálkozva néz bele a bögrébe. Tej. Egész hányhatnék jött tőle, hogy neki tejet adnak. Lebigyeztette a száját, aztán csak tartotta a bögrét. Az asszony azonban rá se nézett, csak azt mondta, ne! Akkor az asszony bement a konyhába, az urának szedett ételt. Akkor kijött, rá se nézett a kislányra, bement a házba, onnan gyereknyűglődés jött ki. A kicsi a bölcsőben lármázott és vinyogott. Mikor onnan kijött az asszony, de egy szó nem sok, annyit se szólott bent a gyerekéhez, akkor visszament a konyhába, de pöszére oda se nézett. Bánta is ő, eszi vagy nem eszi, gondolta Pöse. Oda lökte neki a tejet, eld meg. De ő bizony nem evett abból egy kortyintást sem, csak tartotta az orra alatt. Még jobban utálta a szagát, mint valaha. Az asszony egy perc múlva megint kijött, bement a gyerekéhez újra, onnan is ki, és ment az udvarra. De akkor se nézett rá arra, hogy eszik-e vagy nem. Úniár ez az asszony, mint az Orbán lelke, mondta oda bent a konyhában a gazda. Keres valamit, szólt csendesen a lány. Az hát eszit keresi, azt nem leli, mondta az ember. Mikor bejött az asszony, megállott a kislány felett. Egyél, fiacskám, mondta neki kedveskedve, mintha a fogát húzták volna. Hirtelen fogta a kis kanalat, ami a bögrében volt, s megkavargatta a tejet. Egyél, mána! újra bement a konyhába. Hallani lehetett, hogy leült az asztalhoz, recsent a szék. A tányér is csörgött, és a kanál. Meg az ember is beszélni kezdett. A fődi bóha ette ki a magot, azért kell újat tenni. Mindig van valami. Mindig kieszi valami azt, ami volna. Hogy az Isten se tudja már a fődi bóhát teremteni, nem volt neki jobb dolga. Zsófka kedveskedve nevetett, de az asszony nem. Te meg mit néző olyan vasvilla szemmel? Ne az asszony nem szólt. Újra kijött, már megint itt van, a kis jány ilyettében kilöttyintette a tejet a térdére, de nem nézett oda. Úgy ment be a szobába, mintha meg volna ijedve. Elfordította a fejét, csak ment. Most se volt sokáig bent, de a gyereket sikerült felzavarni, az sírni kezdett égtelen. De nem törődhetett vele, mert ott hagyta. Nem is szólott rá, csak jött ki, ment be a konyhába. Hallgatva. A gyerek soká sírt. Nagyon sírt. Pöszeme megsajnálta, és lassan a fal mellett sonfordáva bement hozzá, pedig neki nem volt szabad bemenni a gyerekhez. Úgy is járt, mint mindig, a falhoz lapulva. A bölcsőhöz is úgy lopakodott, mint a megvert macska a tányér után. Most valami jó jutott eszébe árvácskának. Fogta a kenyeret és belemártotta a tejbe, hogy belecsepegteti a jó kis tejecskét a kicsibe. Mert annak kell a tej, nem neki. A kisbabák szeretik azt nagyon. De oly sokáig tartott, míg ügyetlen kis ujjával a kenyérkét a tejbe nyomta, és a sok tejet lecsöpögtette a bögrébe vissza, éppen mikor már a kisbaba szája felé tartotta, Hát akkor csak be Zsaba Mári egy olyan ordítást csinál, mint az állat, mikor szúrják lefelé. Megöli! Megöli! Hörgött és ordított. Megöli! Egyik kézzel fogta a gyereket, elhajította, hogy az neki esett az ajtónak, a tej mind kiömlött a földre, még a bögre is összetört. A másik kezével a kisbabáját kapta ki a bölcsőből, és szorította magához. Csak mikor már biztonságban érezte az ölében a maga magzatját, akkor ment neki a földön árvácskának, hogy most kitapodja belőle a lelket. De már akkor a gazda is bent volt a küszöbön, nem értette a feleségét, ahogy az csak rúgja és tapodja a kis árvát, de úgy, hogyha el nem kapja a feleségét, az még egyet belerúg, talán ki is rúgja belőle a párát. Mi csinált ez? Megöli! Megöli! Csak ezt kiabált az asszony. Mit öli a feneet, Vóna, meg ma mindenki megöl? Bele akarta önteni a tejet. Na hát, avval öli meg. Mérget akart beleönteni, ordított az asszony, és nem bírt uralkodni magán, csak fújta, hajtogatta. Mérget akart beleönteni, ez az átkozott. Jaj, hagyjatok, hát fújtsam meg. Jaj, végem. Jaj, csak az Isten őrzött meg, hogy bejöttem és megakadályoztam ezt a gyilkosságot. Mit beszélsz már össze-vissza? És megfogta a feleségét, és megrázta keményen. Ma egészen meg vagy őrülve. Az asszony most egy kicsit magához jött, de oly iszonyú roham volt rajta, hogy az egész teste úgy rázkódott, mintha a szekérzörög, és rázkódik az embernek minden csontja. El kellett venni tőle a gyereket, betenni a bölcsőbe, mert most meg az sikított, mintha a nyavaja kifogta volna. Az asszony nem tudott mit segíteni, csak folyton neki-neki rohant a kis pöszének, és azt akarta gyilkolni. Végre az ura árvácskát kilökte a szobából, az ott elesett a pitvarban, a földön sírt, fájtak a belső részei. Az asszonyra meg belülről rázárta az ajtót. Még sokáig kellett dulakodni vele, míg valamennyire a fáradtságban megcsillapodott. Nem bírta a száját befogni, hogy csak méreg, méreg, hogy az ő gyerekét meg akarták mérgezni. Zsófi, jött ki este felé a gazda. Vidd ezt a nyavajást a községre. Ad vissza, ahonnan jött. Már úgy látom, beleőrül ez az asszony, ha még egyszer meglátja. Vigyének egy sonkát, lapockát. A nagyságának jó lesz a lapocka is, he. Összenevettek. Este már ott volt a kis árvácska ismét a nagyságánál. Csodálkozva nézett maga elé. Különös volt neki, hogy már ismeri azt a szagot, ami itt van. Ilyen nincs út sehol. Már mindent tudott. Nem ismerte egyenként, ami itt van, más volt mind, mint aminek szabad lenni, de az egészet értette. Itt van valami nagy, valami erős, ahol neki nem ártanak. Neki jó, hogy ez van. És elkezdett bízni abban, hogy van valami, ami jó. Még a félelme is elmúlt, a fájdalma is szűnt. Már inkább valahogy az volt benne, hogy ő ide tartozik. Itt neki jobb, mint ahonnan jött, ahol már volt. Itt valami magasabb lakik. Biztonságot érzett. Csak ide kell fordulni. Félt még mindig, félt az újságtól, a szokatlantól, de már ragaszkodott hozzá. Bízott benne. Csak tudná, miben. Ebben a szagban bízott. Tudta, hogy ahol ezt a szagot érzi, ezt a jó szagot, ott nem fogják ütni. A kérem, en nagyon beteges kis járny. még nem tudjuk használni, mondta Zsofka. A nagysága gyanakodva nézett a vastag lányra. Miért nem az asszony hozta be? Hogy hívják? Az asszonyt? Szennyesné? Igen, igen, a szennyesné. Beteg. Hogy gyereke lett, azóta mindig beteg, és idegje van neki. Aha. Küldött egy sonkát. Igen. Jóra való asszony azért, tegye csak ide. Nem baj, no. Éppen van egy asszony verőné, kér egy kislányt. Ott jó lesz neki, mert az iskola mellett lakik, legalább könnyebben jár iskolába. Csöre megdöbbent. A szó ijesztett rá. Verőné. Már a neve is. Hova akarják már megint dugni? újra ki kell menni ebből a jóságból. Ott milyen szag lesz? Botszaga vagy korbácsi? Verő. A nagyság a fehér kezét rátette a kislány fejére. Hogy is hínak? A gyermek durcásan csücsörítette a száját, de aztán kitűnökte. Árvácska. Ja, igen. Te vagy az a kis árvácska állami árvácska. Elgondolkozva mosolygott, hol rá, hol a sonkára. Mi baja a fejednek? A kis árvácska durcásan nézett, s lassan sokára azt mondta. Varacs! Sss! E kislány ellenségesen nézett körül. Igyekezett úgy nézni, mintha nem is figyelne, de kis szívében úgy érezte, mintha ellene volna minden a világon. Valami nagyon nagy rosszaságot érzett abban, hogy már megint új apához és új anyához viszik, akik neki nem apa, nem anya. És egyre közelebb be a faluba. Befogják őtet is, mint a disznót. Mikor hízlalni akarják, akkor már nem engedik a mezőre. Otthon kell neki lenni a szűk kamrában. Mikor már kukoricát adnak neki, akkor még a kifutóba se engedik ki. Így kell avval bánni, akit le akarnak vágni. Jön Istennek szép ünnepe a karácsony. Senki se menti meg a szegény ártatlant attól, hogy belene szúrják a kést, mint a kisfiú a kis állabiba lenne sózzák. – Ide néz, fatér! – mondta a gépészné. – Hoztam egy kis államit. A fatér egy nagyhasú, kövér, piszkos ember volt. Ott ült a konyhában, és sós kenyere evett. Mogorván nézett a feleségére, a kislányra alig pillantott rá. – Tizenkét órakor az asszonynak itthon a helye. Inkább az ebéddel volna készen. – de ebbe a büdös házba mindennel törődnek, csak az én ételemmel nem. De a felesége rá se ügyelt az urára, nem úgy, mint kedves anyám, mikor a kedves apám, mikor még megvót, éppen ezen a hangon veszekedett rá. A kislánynak már ismerős volt ez a hang, azóta se hallotta ezt a családi beszélgetést, mert Szennyes Ferenc az egészen másfajta volt. Pedig ő úgy tanulta, hogy a családi apa így szokott beszélni a családi anyával, ez így van rendjén. Azt is tudta, hogy neki ilyenkor mi a dolga. Hamar odahúzódott az ajtóba, hogy ha kell, meneküljön, vagy ha kell, segítségre jöjjön. A szeme pedig csak járt körbe-körbe. Nézte, mi az az uras, amivel a nagysága őtet bíztatta. Hogy nem leszel többet parasztok közt, művelt emberek köz leszel, és iskolába fogsz járni. Nem látta sehol a műveltséget. A konyha itt is csak konyha. Csak az, hogy a föld dobog, ha rajta járnak. Éppen olyan fekete, mint másut volt, csak lassan vette észre, hogy deszkából van a föld. De se fölsúrolva, se fölmázolva nincs, csak éppen piszkos. Meg a konyha szekrény. Az olyan volt, amilyet eddig nem látott. Magas volt, és két sorban tele volt fiókokkal. Talán Ebben a sok fiókban van a műveltség, amit a nagysága ígért. Verőné jött, ment, és rettenetesen gyors beszédével mesélte, mit is beszélt a nagyságával. Ó, az nagyon dicsérte a kis jányt, de ő látta, hogy tetves ez, vagy rühes, tele van a feje varral. De ő már elhatározta fatér, hogy vesz egy államit, mert itt sok a dolog. Jó az, ha van. Az államinak kicsi kell, s van, akit az ember legalább szalajt, ahova kell fatér. jobban összegubódzott. Már látta, nem fog iskolába járni, nem lesz már megint semmi. Most először életében jutott eszébe, hogy neki is kell valamit csinálni, ha azt akarja, hogy éljen. Hogy mit, azt nem tudta, csak felkeményedett benne valami érzés, hogy nem tűri. Azt sem tudta, mit nem tűr, csak gondolta, nem engedi, hogy csak úgy elbánjanak vele. Már eddig is megtett egy-egy makadságot, de most aztán kész nagyobb dologra is. Meg akarta tudni, hol van, és kik ezek a művelt emberek. Az a piszkos, olajos, büdös ember, amiket mindig fatérnak szólított az asszony, nem sokat törődött a feleségével, akármit is beszél, csak még sokkal gyorsabban, ahogy ez, hozzá fogott mondani a magamondókáját, hogy a malom így, meg a malom úgy. Mindig csak a malom, a malom. Ő csak annyit tudott, mi az a malom, hogy ez is azok közé a dolgok közé tartozik, a malom, amit ha kimondanak, a régi helyeken a parasztok csak káromkodni szoktak rá. Annál ellenségesebbnek érezte magát ezekkel szemben, ha éppen malomba valók, mert azt még együtt gyűlölte a régi szüleivel, akiket azok annyira tudtak gyűlölni. Na, jó járt hát, ha éppen malom néppel került össze. Betakarta két kis kezével a szemét, nem is akarta látni az ördögöket, akiket csak mindig fekete rusnya ördögöknek hívtak idáig. Most ezek az ő új szülei. A két ember nem sokat törődött ővele. Azok egyszerre beszéltek, nem is sokat ügyeltek egymásra. Csőre nem nagyon értette meg a felnőttek beszédét, csak azt tudta, hogy úgy szokás beszélni felváltva. Egyszer a nő beszél, azután a férfi beszél, de hogy egyszerre mind a kettő, ezt még nem is próbálta. Azért is beszéltek talán olyan gyorsan, mint mikor az ember a kis kezeivel kukoricát darál, míg van a kő alatt szem, addig lassan megy. Ugyancsak meg kell fogni a kőfáját, de ha kifogyott a morzsolni való, akkor szalad a malomkő bolondjába magától is. Így szaladt ezeknek a nyelve. Na, gyere ide, mutasd magad, mondta a Molnárné. Ez a fatér. Ezzel meg is fogta a vállát, és odaállította a nagyhasú elé. Úgy kell híni, fatér. Megértetted? Na, mondd ki, fatér. Csöre kicsit magacskodott. Hallgatott, de nem akart semmit, csak nem tudta, mi a nyavaja az a fatér. Na, mondjad, fatér. Nekem meg úgy, hogy mutér. Idegenek a fatérnek azt mondják gépész úr, nekem meg azt, hogy nagysága, de neked csak azt kell mondani, fatér, mutér. Most valamit megértett a kislány, hiszen ezek nem molnárok, ha gépész úr. Azt tudta, hogy a gépész urat tisztelni kell, hát a búza elcséplésénél tudta, milyen jókat kellett főzni a gépész úrnak. Most megnézte az embert. És látta rajta, hogy ez csak ugyan művelt, mert a bajuszának a vége le van vágva. Fatér! mondta lassan szepegve. Na látod, mi vagyunk a szüleidezen túl, igen? Igen mondta még halkabban a kislány, de magában valami egészen másat forgatott. Azt, hogy most biztosan azt fogja kérdezni az asszony, hogy akkor ezután őket kell szeretni. De nem azt mondta, csak azt. Na látod, ezután azt fogod csinálni, amit mi parancsolunk. Két napig nem parancsolta semmit. A kislány már azt mondogatta, nem is rossz, nem is rossz, itt csak játszani kell. Ennyi, de okos dolog a fatér mutér nevezett. De hétfő reggel azt mondta a mutér. Óf! Ezt nem tudta, mi lehet. Még ő is senki sem mondta, hogy óf. Nem hallott, hogy óf? Ki az ágyból? Elég volt a heverésből, még a disznót legeltetni. Aha, erre már tudta mi az, ugrott is ki az ágyból. De hideg volt nagyon, éjszaka is fázott. A konyha éjszaka igen kihűlt, azok a vékony rongyos takarók nem adtak semmi meleget. Kint napsütött már, de szél fújt. Nem is mosdott, nem is fésülködött, ment fázva a disznóul felé, mint egy nagy öreg cseléd, aki elhagyagolta eddig a kötelességét. A mutér csak nézte, hogy nem kell ennek sokat beszélni, tudja ez mi a dolga. Kinyitotta a disznóul karámjának az ajtaját, kővel verte férre a reteszt, mert szorosan járt, bement a kutricába, a belső ajtót is kinyitotta, kieresztette a nagy fekete disznót. Óriási nagy hasa volt a disznónak, biztosan malacok vannak benne. Ezt ő már egy látásra megismerte. No, kusi, 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 eredj má, ki az anyád! A mutér csak nézte, nevetett. Tudod, hova kell hajtani? Nem szabad a földekre behajtani, mert már kél a búza. Ha kitúrja, akkor megbüntetnek, de akkor le is nyúzom a bőrödet. Csak az út mellett szabad legeltetni. Még erre kifelé a mezei úton, de nagyon vigyázz, hogy a disznó kárt ne tegyen. Még sokat mizserált, de ezt már nem kellett csörének mondani. Jobban tudta ő azt. Eleget legeltetett ő már tehenet és malacot is, ebből a nagyhasú hasú fekete is majd csak elbánik. Várjál, csak itt van ez a kendő, vedd magadra, fúj a szél! Csöre felnézett. Ilyet is régen hallott, hogy egy szüle észrevegye, hogy fúj a szél. Kapott egy öreg szürke kendőt, de azért jó volt, átkötötte hátul a hóna alatt a mutér, és ő, mint egy kis vaskos lábójáró batyú szaladt a fekete disznó után. Étele nem volt. De azt hitte, annak itt így kell lenni, ez nem volt újság. De egyszer csak gyalogol a hosszú lábain a mutér, hoz neki valamit. Miért hattad adott a kenyeredet? Ki volt készítve a hideg tűzhelyen? Az a tied volt. Most vettem észre, hogy meg akarom rakni a tüzet. És megint csak fújja, fújja, rettenetes sok szapora szót, hogy már azután senki se nézett rá estig. A csomagban volt kenyér és sajt. Jó bőven volt. Meg is volt elégedve, többet kapott, mint más szokott. Azért ezek se rosszabbak a többi szüleinél. Hozzá fogott dalolgatni. Talált egy igen jó hajlós veszőt, annak megörült, azzal nagyszerűen tudta kormányozni a fekete disznót. Az úgy kellett, hogy szabad volt neki az út mellett két felől járni vele, az akácfák tövét belül is túrhatta a disznó egész a vetésig, de neki akkor belül kellett állani, a vetés szélén ment, hogy rá ne taposson. A szél is elállott. Már, úgy látszik, ez az iskola. Eddig inkább csak tehenet legeltetett. Most a fekete disznó mellett fog sétálni. A szél kicsípte az arcát. Étele volt elég. Délben ette meg a másik felét, hogy ne kelljen már többet cipelni a papírcsomagot. Még a kenyér sarkát nem is győzte már rágni. Oda dobta a disznó elé, az nagy örömmel falta fel. De ahogy alkonyodott, a disznó, mintha valaki súgott volna a fülébe, hirtelen megfordult, elkezdett vágtatni hazafelé. Úgy szaladt, mint az ördög, alig bírt utána futni. Ahogy beértek a faluba, az utcán éppen kint állott a mutér, meglátta őket, ahogy előszalad a disznó, utána a kislány, és ez csak kiabál és rögött haigál utána, hogy álljon meg. De a mutér meg azt hitte, hogy kergeti, hogy gyorsabban menjen haza a disznó, ezen rettenetesen felindult. – Mi csinálsz avval a disznóval, te átkozott? A disznó beszaladt a kapun, egyenesen az ójába sietett. A mutér pedig fogta a veszőt, kikapt a gyerek kezéből, és ráhúzott vele. Fogod te kergetni a disznót, te átkozott! Nem tudod, hogy elvetél a hasas disznó, ha így szalad? A kislány megtorpant, és rettenve nézett a hatalmas asszony szemébe. Hidegen villogott annak két nagy kerek kék szeme, szinte kiugrottak, mint az üveggolyók. Na megállj csak, de nem ebben verlek meg, nem akarom, hogy hurkák legyenek a testeden, majd a prakker! Bementek az udvarra. Addig az asszony szakadatlanul beszélt. Oly fontos tanításokat adott a disznó tanából, ami becsületére vált volna egy gazdasági tanárnak is. Végre odáig kormányozta a kislányt, hogy a ház elébe értek, bement a konyhába a prakkerért. Ez se tudta csöre, mi lehet, még nem hallotta ezt a szót, mióta él. Most aztán látott a mutér kezében valami furcsa, furcsa szerszámot. Vékony veszőből volt az fonva, a vége, mint egy nagy galuska. Ezzel a galuskával esett neki, kezdte őtet verni. Csak az volt a megnyugtató, hogy a hurkák nem látszanak meg rajta. A kislány erre csak ugyanigen kényes volt. Nem szerette, ha a hurkák meglátszanak. Ez lett a nagy műveltségből. Disznó etetés a fák alatt. Csak az ördög elvinné már azt a disznót, gondolta a kislány. Mert nem volt abban az udvarban semmi más élet. De nem volt ott sem egy tyúk, se kakas, se liba, se kacsa, se kutya, se macska, de még patkány, meg egérse. Nem repült galamb az ereszalól, még fecske sem lakott sehol, de még verépse, mert mit tegyen szegény veréb? A szomszéd udvarba menjen kosztolni? Hát, ha az ördög felkapná, elvinné ezt a ronda fekete-hasas disznót, akkor igazán nyugodtan lehetne élni ebbe a házba. Még talán az iskolába is elvinnék, hogy ne legyen ide haza lába Mutér, mikor visz már iskolába? Jaj, de rontán beszélsz, mint valami paraszt. Micsoda beszéd az, mikor viszmán iskolába? Mikor tetszik beíratni az iskolába? Így kell mondani. Ha így kérded, akkor megmondom, mikor. Ha majd levágjuk a disznót. Majd a második fél évre, az elsőről már úgyis elkéstél. Én mindig csak elkécsek, meg elkécsek, meg elkécsek. Nézd csak, hogy megtanult szájalni azon a pocsék nyelvén. Miért mondott háromszor, hogy elkécsek, meg elkétsek, meg elkétsek? De a kislány nem felelt, hanem hajtotta kifelé az utcára a disznót. Megtanulta már azt is, hogy kell hazahajtani. Neki kell elől menni, hogy a disznó menjen utána. De nem szabad ám az orrát ütni, mert megvész, ami azt jelenti, hogy elveszti a malacait. Csak éppen hadonászni kell előtte is visszatartani. Igen, de a disznó már oly türelmetlen volt délután, hogy nem lehetett egy ilyen kis nyolc éves lánynak megbírni vele. Áttörte egyszer, már majdnem megharapta. Pedig azt a kis csöre nagyon jól tudta, hogy ha a disznó már megharapja a gyereket, és megkóstolja a gyerekhúst, akkor már tíz férfi se tudja kiszedni a foga közül. Rudaséknál, a szomszédban azt a fiatal fiút, aki mellettük legeltetett, a disznai jették meg. Pedig az fiú volt, már 16 éves, de mikor verte a disznókat, hogy ne menjenek a tilosba, közéjük esett, és a nagykan megharapta. Sose lehetett többet megmenteni. Azért is adott délben a kenyérből ennek a fekete disznónak, aminek még neve se volt, csak disznó, hogy megszoktassa a kezéhez, és megszerettesse magát vele. Pedig néha nagyon keveset kapott kivinni a reggeli csomagban, és még akkor is adott neki legalább egy harapást, mert fél támettől a veszett hasastól. Már nem lehet legeltetni csak a vasúton, mondta a mutér. Hajtsd ki a vasútra, ott még szép zöld a fű a töltésen. Attól kezdve csöre a vasútra járt a fekete kocával. A disznó már igen nagy volt, és a hasa a földig ért. Lassan kocogott reggelenként a hosszú vasut utcán. Ő trappolva utána. Ne, kusi, 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 ne! A sinek mellett csak ugyan nagyon szép zöld volt a töltés, és ott igen jól is élt a nagy fekete disznó. De a szemtelen hamar észrevette, hogy a raktárház előtt mindig van búza, vagy árpa, vagy valami szem, korpa, élelem, ami kihullott, mikor megrakták a vagonokat, és legelőször, ha eszébe jutott, rögtön odaszaladt. De néha elfeledkezett, csak később jutott eszébe, akkor aztán nem lehetett megállítani. Úsgyé, ment szemelni! Mások is legeltettek ott a füvön, de senki se annyit, mint ő. Mert nem mindenkinek volt állami gyereke, a maguk gyerekét pedig mégis sajnálták az édesanyák kínozni vele, hogy akár esett, akár fújt a téli időben, minden nap ott legeltessenek. Meg nem is tették meg. Mert a gyerek az anyjának meg tudja tagadni az engedelmességet, csak a szegény kis állami nem. No, ezen a napon is egyszer csak felüti valami neszre a disznó a fejét, elkezd szaladni a sínek közt a raktárház felé. De a vonat meg éppen fügyölt. Csöre ilyet, hogy még rámegy a vonat a disznóra. A veszőével utána a sínek közt ütötte, hogy menjen ki onnan. A mozdonyvezető meglátta, hogy előtte megy a disznó meg a gyerek, de nem tudta megállítani a mozdonyt, csak fékezett. Sistergett és fütyölt borzasztóan a gép. Az utasok, akik ott állottak az állomás előtt, mind látták, hogy no még egy perc, még egy perc, és vége a gyereknek. A hajuk szála az égnek állott, még sikoltani se bírtak, nem lehetett már itt semmit se csinálni. A nem akart legelni, csak búzát akart tenni, nem ment ki a sínekből. Akkor a vonat kilökte őket a sínek közül félre. Az Isten tudja, hogy volt, de a gyerek is, a disznó is kiestek barra az állomás felé, elterültek a földön. Már mindenki sikoltozott az állomáson, szaladtak megnézni, hogy a hörögve megálló vonat előtt mi történt. A kislány, a kislány kiabálták. Akkor kisült, hogy a kislány fekszik a porban, a disznó meg már legel, mert már talált szemet. Nem történt semmi baj, csak nagyon megijedt a kislány. Ez volt az egész. Jöttek a csendőrök, fel is írták, az asszonyok felemelték, nézték, a vonatvezető is leszállott. Így ebből az alkalomból három teljes percet töltött ezen a kis állomáson a vonat. Nem ütötted meg magad? Nem. Félek, hogy csak kikapok otthon. Aztán a vonat elment, az utasok elmentek, a csendőrök is elmentek. Csöre pedig folytatta a legeltetést. Mikor a disznó megette a szemet, amit talált, az utolsó pihéig, akkor újra ment a töltésre, és ott legelészett. Este aztán hazahajtotta a disznót. Ment előtte nagy vigyázva, hogy ne szaladjon az ember, nem is volt semmi baj. Nem vetélt el. Mikor bement az udvarra, a mutér kinézett, nem szólott semmit. Csak mikor ő a disznót bezárta az ólba, bement a konyhába, akkor jött a baj. Ahogy belépett, rögtön kapott egy irtóztató pofont. Utána a másikat. Aztán gyűjt a poroló. Azzal aztán alaposan összelett verve. Még a kis kezei is tiszta kékek lettek. A lábaszára kék-zöld lett, minden ütés meglátszott rajta. Most nem a suhintás, hanem a vastag ütések feketettek fel. Azon kívül kukorica szemre kellett térdelnie, ott maradnia egy óra hosszáig, és nem kapott aznap büntetésből vacsorát. Kis csöre sírt, sírt, mikor elfáradt, már nem is jajgatott, csak a mutér beszélt szakadatlan, hogy kell disznóra vigyázni. De hát a kis állami gyerek olyan fából van faragva, hogy nem lehet azt még agyon severni. Ez is érte, lett nagy öröme. A disznónak mégiscsak történhetett valami baja, mert másnak nem kellett kihajtani a vasútra. Pedig nem is kapott a prakkerrel intést és jó leckét harmadnap sem – az is lehet, hogy a csendőrök tiltották meg, de az is lehet, hogy az volt az oka, hogy pár nap múlva egy reggel, mikor kimentek, már meg is fialt. Nem volt amellett senki, segépész, segépészné. Nem értettek semmit a disznóhoz, csak beszélni. Azt nagyon sokat tudtak róla, akár éjjel, akár nappal. Lett a roppant nagy, hasas disznónak három malaca csöre magában nagyon nevetett, mert ő tudta, hogy kellett annak lenni tizenegynek is. Nem tudta, miért lett ilyen kevés, de azt mondta, az Isten büntetése, hogy annyit kellett szaladni vele. Biztosan megette a disznó a malacait, mikor kifialta, mert senki se volt mellette. Hát, azért a disznónak jó dolga volt, mert a gépész mégiscsak valami molnár volt, és csak úgy hozták haza a malomból az ennivalót. Ha annyi volt neki, akkor nem is lehetett érteni, miért hajtatták ki ővele. Már a karámban adtak a disznónak enni bőven, darált kukoricát, meg szemeset, meg vizet, egyebet nem. Hízalták. Nem lehet mondani, a disznó evett. Evett. Már december lett, és megérkezett Pestről a Diti. És ez a Diti nem volt más, csak a mutérnak a saját édeslánya. Azt Csöre hamar meghallotta, hogy a fatérnak a lányához semmi köze sincs, még nem is beszélt vele. Valami intézetben volt a lány, olyan tizenkét éves volt az egész, elég csinos szőke lány, csak nagyon nyurga. Igen elkényeztetett volt, minden szabad volt neki. Minek tartasz, mutterkámille, ronda államit? Így mondta, és Csörének igen rossz lett, mióta ez megjött. Nem bántotta éppen, de mindig rosszakat mondott, és mindent sokalt, amit ő kapott. Nem lehetett úgy enni, hogy azt nem mondta volna, hogy minek adsz ennek az államinak annyi zabálást? Nem fizeti ki magát? De csőre nem csinált semmit, csak csúnyán nézett rá. Ha ezért bevádolta a Diti, akkor jött a mama a prakkerral. Holnap Mikulás! Ugyan mi lehet az a Mikulás? Itt csupa olyan dolog volt, amit eddig sose hallott a kislány. Ez a rossz, gondolta magában, hogy mindig más van, amiért ki lehet kapni. Minden szülőknél másért verik az államit. Dudáséknál ezért, szennyeséknél azért. Itt meg a csúnya kiejtésért. Pedig ezek a németek igazán nem is tudnak magyarul. Oly különöseket mondanak, nem is értenek meg mindent magyarul. A nevük is csak olyan új név, slógerek voltak. Hallotta valakitől az utcán, egy asszony mondta, no, azok a slógerek, azok megnyúznak téged, jányom. Oly fölösleges volt ő itt. Mindig lógott. Munka nem volt semmi, folyton az udvart kellett söpörni, ha már egy madár leejtett egy szem gyömbért, ki kellett söperni az egész udvart. Majd meglátom, szeretély a kulás, az államit. Diti is az anya nevetett. Mit szeresen ezen a kis dögön? Nem kell annak ilyen kis dög. Be, dög, mondta a hátuk meg egy csöre. Reggel, mikor felébredt, arra ébredt, hogy rettenetes nagy sivalkodás, kacagás van bent a szobában. Ő a hideg konyhában el nem tudta képzelni, mi lehet bent a jó melegben, mert neki már be kellett menni mindig sötétben, mikor még mindenki aludt, és meg kellett rakni a kájhában a tüzet. De abban a pillanatban, mikor már az égett, Neki ki kellett menni a szobából, és a konyhában kellett üldögélni, vagy mehetett ki a hóba. A szabad volt, de bent nem volt szabad a meleg mellett tartózkodni. Se az nem volt szabad, hogy tíz óra előtt tüzet rakjon, míg a főzéshez nem kellett. Spórolni kellett. Itt az volt a jelszó, reggeltől estig csak spóroltak. Készültek ott a falut, és folyton Pestet emlegették. Nem maradok falun, káromkodott a fatér. Kevés nekem ez a fizetés, se nyugdíj, se semmi véglegesítés. De gondolta magában csöre, az a még mit akartok? Minden nap hús. A fatér meg se eszi az ételt, ha nincs benne hús. Meg minden evéshez bor. Ebédre fél liter, vacsorára fél liter. Az ám, ez is az ő dolga volt. Már úgy tudta a járást a kocsmába. Szaladj csak egy kis borért, mert jön a fatér, muriz. Mégis kevés nekik. Nagy belőek. Még csöre nem is látott ilyen jó életet. A fatérral nem lehetett ám beszélni, mert ha nem tetszett neki valami, vágta le az asztalról az edényt, a paprikás krumplit a földre, ha kimaradt belőle a kolbász, vagy ha nem volt meg pontosan tizenkettőre az ebéd, akkor már nem is evett. Most is tele volt a diti cipője cukorral, de amennyi csak belefért. Na, mi van a tiedbe? Mi van a tiedbe? Hát téged nem szeret a Mikulás? Fúj, disznó, minek is szeretne egy ilyen rohadt államit? Zabi gyerek! Ki adna ennek cukrot? És büszkén ment be a szobába, a melegbe. A kis Zabi gyerek a szegény kis állami meg elbigyeztette pici száját, feldúzzasztotta, hogy folytsa a sírást. pátkai malom híres voltám. Két malma is volt a pátkainak. Mondták, hogy y írja a nevét. Itt minden ház pátkai malom háza volt. A gépész is, a fűtő is, a mónárok is mind az ő házaiban laktak. Meg az öreg szülei is ilyen kis házakban voltak. És ez a pátkai, ez jól el tudottán bánni az alkalmazottakkal, mert verőjék se kaptak semmit, csak a parás fizetést. A többit lopni kellett. Még egy malattartást se kaptak, se kertet, semmit. De esténként azért jöttek suttogva, verőfatér, meg egy lisztes ember. Az hozott fél zsákban korpát, de azt úgy öntötték ki, hogy egy hangos szónak nem volt szabad lenni. Kukoricát a piacon vettek néhány kilót, amennyit a kislány hazabír cipelni, de avval nem sokat lehetett volna hízlalni a nagy fekete elletkocán. A kis csöre megértette azt is, hogy miért kellett venni a piacon hogy tudják az árát emlegetni, milyen drága. De az anyja, annak nem volt ár, mikor egy-egy fél zsákkal beöntötték a ládába a lisztesek. Még eddig ő ilyet nem igen látott. Kitől lophatott volna akár Dudás kedves apám, akár Szennyes Ferke Csak maguktól. Dudás lopott, de a feleségétől. Úgyhogy annak tudtán kívül elvitt a szekéren egy-egy zsák búzát a kocsmába. Még ő is lopott dinnyét, és rátették érte a parazsot a körmére. De Verő bácsinak, a fatérnak senki se tett gyerekkorába az újja hegyére szenet, mert nagyon jól tudta dirigálni, hová öntsék a szemet, korpát, lisztet, meg amit hoztak. A kislány meg volt győződve felőle, hogy neki most az a szent kötelessége, hogy reszkessen a mutérral, hogy jaj, csak sikerüljön még az egyszer, jaj, csak valami kép rajta ne kapják. A szenet is így hozták, amivel fűtöttek. Különösen, mikor pátkait megütötte a guta. Csak megsimította egy kicsit. Akkor már nem is kellett annyira dugni, egész jól lehetett gazdálkodni. Így csöre lassan beleélte magát abba, hogy folyton azon kell az embernek törni a kis fejét, hogy mi hiányzik még a háznál, és mit kellene a malomból elsinkófálni. Együtt érzett a szülőkkel, szívósan és elszántan ellenségévé lett a tulajdonosnak de ezt olyan komolyan vette, hogy sokszor elment a szomszédokba ácsorogni, mint gyerek száját tátani, de arról soha egy szót a világért nem mondott volna, amit titokban a sötétben látott. A dédék nagyon öregek voltak, kilencven évesek, a malom tulajdonosnak az öreg szülei. Ezek őtet nagyon szerették, és mindig daloltatták, és táncoltatták, és cukrot adtak neki érte, meg lekváros kenyeret. Jaj, te kis ártatlan, mondta a dédes. Hát a Józsi kis hogy van? Csöre éppen onnan jött, mert a hátulsó szomszéd a Józsi bácsi volt, ennek volt egy bölcsőbeli kicsije, lány, és beteg volt mindig. Beteg, mondta. Sárga a szeme is olyan beteg. Ó, a kis ártatlan, motyogta a kilencven éves dédes. Bár az Isten elvenné. Jobb volna, ha meghalna neki is, meg a szüleinek is. Mikor csöre elment tőlük, ment mindjárt megnézni a kis betegest, hogy él. Mit is mondtak a dédek? Azt mondta, bár elvenné az Isten, úgy is meghal. Ezen a Józsi bácsi felesége sírni kezdett, s ment át a szomszédba a gépésznéhez, s elmondta, hogy lám, milyen rossz szívűek az öreg 90 évesek, hogy még halálát kívánnák a kis pólyásnak. Így kisült, hogy csöre plegykált. Na, lett ebből hadd had. Nagyon megijedtek a gépészék, hogy a kislány pletykás. Mikor hazajött, a fatérnak is elmondta, annak vértódulása lett. Olyan fekete lett az olajos ember, mint a ruhája, s büdös, mint a vesztés. Nem merte megfogni a gyereket, mert félt, elmállik a keze közt. De a mutér azt mondta. Nyisd ki a szád! Kinyitott a csöre, s a mutér főzőkanállal úgy megverte a száját, hogy vastagon felhólyagosodott, úgy megdagadt, hogy három napig nem tudott vele enni. Fogsz te plecskálni? Fogod te hordani a plegykát? Folyton csak ezt üvöltötte. A fatér meg bömbölt, de nagyon folytott hangon. Nevel csak neved, úgy jár ennek a nyelve a végén még bennünket is hírbehoz! csörevisított visított. Aztán megértette, hogy attól félnek, hogy kiplegykálja az éjszakai szállításokat. Ezen igen fel volt háborodva magában, mert ő azt már százszor megmondhatta volna, de azért nem mondta, mert tudta, hogy nem beszélni való. Csak most sírt őszintén, hogy ezek a szülők nem tudják, hogy ő micsoda hűséggel ragaszkodik, hogy a világ minden kincséért el nem mondana egy szót is, ami bajt vagy kárt okozhatna. Igen, meg volt szégyenülve. Éppen legnemesebb érzésében volt megbántva, hogy szülei felteszik róla, hogy nem érez együtt velük a lopásban. Ugye sose árult el semmit? Ezután nem mehet oda a dédeshez se, pedig nagyon sajnálja a mindennapi legváros és a mutér még az utcára is kiállott vele, és ott is ordibált, hogy tudják meg a malmosék is, hogy most miattuk veri meg a kislányt. Jaj, 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 sírt csöre, ahogy szokott, mert már egész megszokta, hogy ha verik, úgy elkezd visítani, hogy a szomszédok mindenfelől összeszaladtak. Nézték, miért nyúzzák már megint a gyereket. Jaj, bár meg tudnék halni, sikoltotta, de már sírni se bírt, mert a szája nem mozdult a helyéből. Ilyenkor legjobb volna bizony meghalni. Mert ha az édesanya egy darabot lehasít belőle, az se fájt volna úgy. De mert idegenek tették, az nagyon fájdalmas volt. Mert azt gondolta, hogy az édesanyja még pofozni is másképpen pofoz, mint az idegen. az egyik hideg hajnalon ezzel költötték fölcsörét. – Kelj fel, tartsd a tálat! Sietve fel kellett ugrani, itt volt a perc, leölik a disznót. Ki kellett menni, és iszonyodott és írtózott, mert igaz, hogy sokat szenvedett a disznóval, de azért nem akarta, hogy ő tartsa neki a tálat, mikor leölik szegényt. De alig tudta tartani, mert nagyon síratta a disznót. Szegény nagyon jó lélek volt, mert olyan nagy marha állat létére micsoda semmiség lett volna neki egy kislányt fellökni, vagy akár fel is falni, de az azért soha semmi bajt nem csinált. Olyan édesen tudott röfögni, mikor a kenyeréből adott neki, és engedte, hogy megvakarja a nyakát, a nagy sertéket. Mikor lefeküdt pihenni, ahogy a disznó szokott, éppen úgy mellé lehetett heverni, mint egy tehén mellé. Akkor még azt a szép nagy bársonyos hasát is felvetette az égnek, a négy lábát. Lehetett vakargatni a combja tövit. Mert ez is egy szegény asszony volt. Úgy gondolta kis csöre, ennek is gyermekei születtek. Most a gyerekei éppen olyan árvák lesznek. Szegény állami gyerekek talán. Nagyon rossz dolguk lesz. Nem lesz nekik édes jó aki disznó nyelven megvigasztalja őket, ha fáj a kis hasuk. És csak tartani kellett a tálat, mikor beleszúrták a kést a torkába, mert a mutér azt mondta, hogy ő látni se akarja, de hogy tartja ő a tálat. Nem is jó az, hogy szökött ki a szép, habos, piros, egészséges véres, leköpte először a kis csöre ruháját, de ő nem ilyet meg, hanem bátran közelebb nyomta a tálat a kés alá, most már szépen folyt, folydogált bele a vér. Kavard, morgott a bőlér, kavard! Fakonállal kavarta a vért, mi alatt folyt, hogy meg ne aludjon. De csak azért tartotta a tálat, kavarta a vért, mert félt a veréstől. És tudta, meg is volt ígérve, hogy megkapja, ha nem lesz ügyes. Mikor bevitte a vért, akkor nagyjából letisztogatták a ruháját, mert a meleg vér, ami rálőtt, befolyt az inge alá. Le is kellett vetni, másik inget adni rá. Milyen jó, gondolta csöre, hogy itt nincsen rózsi, aki elviselje az ő ingeit, lehet váltani, mert Ditinek nem kellene az állami ing, meg nagy is már, nagyobb, mint ő. Azután az volt a dolga, mikor kiszedték a belet, azt kellett neki mosni. Tisztítani a rosszagú sarat a belegből. Éppen úgy kellett dolgozni, mint az asszonynak, aki vele dolgozott, de ezt már nem utálta úgy, mint az ölést. A tűzrakás is az ő dolga volt, és a béltől, mert az igen soká tart, míg kitakarítják, folyton oda kellett szaladni. Mindig eszébe jutott a szennyeség üstje. Csöre, rakja tűzre! Lélegezni se volt ideje, egész setét estig folyton volt neki mit csinálni, mert nagy dolog ám egy disznó feldolgozása. A fatér persze otthon se volt, csak délben jött meg, ott várta a frissen sült disznópecsenye avval a jó savanyúsággal. Ecetes ugorka meg friss savanyú káposzta volt hozzá. – Ez az egész – mondta a gépész. – Hol a disznó toros leves? – Van arra nekünk időnk? – De most nem csinált semmi bajt a fatér. Megelégedett, mert azt mondta, nagyon szereti ezt a friss ízét a húsnak. – No, ami hibádzik, majd kipótoljuk este a disznótoron, tette hozzá. Ez szeget ütött a csöre fejében. Disznótor. Ismerte ezt a szót, de ő még nem látott olyat, mert a tanyán nem tartanak disznótort. Ott csak ölik, vágják a disznót egyiket a másik után, de az nem ilyen nagyszerű játék, mint itt a városban. Jaj, de jó, mondta vidáman munka közben. Disznótort eszek máma, de a gépésznél lánya csak nevetett, nem is tudott belőle kijózanodni. Folyton csak csúfolta, hogy ez megeszi a disznótort. És úgy mondta, mintha neki abból nem is járna semmi. Mikor bealkonyodott? Azt mondja a gépész. Borért! Ezt már tudta mi, mert mindig neki kellett menni a kocsmába. Akár bódba, akárhová, suszterhoz mentek, mindig neki kellett menni mellettük. Diti, ha magában elment a boltba, tele volt rakva a zsebje cukorral, neki mellette kellett menni. Diti az úton ette a szaloncukrot, ő neki meg csorgott a nyála, de nem kapott. Mét, neked nincs anyád, még te is cukrot akarnál? is csak elindult az úton a nagy demizsonnal, még üresen is nehéz volt, tíz literes, hasas kövérüveg. Be volt fonva vesszővel, volt két füle, így valahogy lehetett cipelni. Ahogy megy az úton, csak megy, ott állanak a patika előtt ketten, két idegen. Fiatal pár volt, fiatal úri ember, meg fiatal urinő. Nem ismerte őket, nem is nézett volna rájuk, ha meg nem szólítja a fiatalember. Jöjjön csak ide, kislány! Megállott félve, de nem mert közelebb jönni. Akkor azok néztek rá, maguk indultak el, jöttek hozzá. Mondja, kislány, van magának édesanyja? A kislány csak nézett, nem szólt. Akkor a fiatal néni is szólt. Mondja csak meg, semmi rosszat nem akarunk. Arra megmondta, hogy nincs. A két felnőtt nagyon elcsodálkozott, mert nem ezt várták. Miért nincs? Nincs, nem is volt. Azok még jobban hallgattak. Árva? Nem árva, állami. Mi? Én nem tudom, csak úgy mondják. Csodálkozva nézték. Nem tudták, mi lehet az, hogy állami. – És hol lakik? – Otthon. – Ha nincs anyja, ki -e van? Most a hája, ugye? – Nem. – Hát mi? – Nem tudom. Akik vernek? – Erre még meg is értek. Ezen az ártatlanságon nagyon elcsodálkoztak, nem mertek nevetni, mert a kislány a roppant nagy üveggel az estében, hidegben, szélben igen félelmes és fájdalmas látvány volt. Miért verik? Mondjon csak valamit magáról. Nézze, itt van húsz fillér cukorra, csak beszéljen. A kislány elvette a pénzt, örült neki. Nevetni kezdett. Várjon csak, kedves, van is nálam cukor, mondta a szép fiatal néni. Kinyitotta a szatyorkáját, kivett belőle két szem cukrot, odaadta. Árvácska elvette, egyszerre bekapta a szájába mind a kettőt sietve, ahogy a macska rágugol, ha enni kap, hogy el ne vegyék tőle. Csak be! No, most mondja meg, mert még ilyet nem is hallottam. Ki gondoskodik magáról? Nem tudom, a nagysága a ligából. Aha, liga. Ez a gyermekliga lesz, aminek az urnái az utcán vannak. Gyűjteni szoktak szóval maga oda tartozik. De a kislány csak a vállát vonogatta, ezt meg ő nem értette. Mónár, gépész úr! Ki? A fatér, most nála vagyok. Borért megyek a kocsmába, disznótor lesz. Ilyeneket mondogatott, amiből a fiatalember kikombinált egyet mást, már meg is magyarázta a kalapos nőnek úgy gondolta, talán kikérte a gépész a kislányt, s örökbe fogadta. A szüleiről semmi hír sincs. Árvácska csak megrázta a fejét. Az édesanyja nem szokta meglátogatni? Erre is a fejét rázogatta. Sose látta? Szintén fejmozgással felelt. A fiatal nő most nagyon elpirult. Ki tudja, mi jutott eszébe? Mi jutott eszébe? Az jutott eszébe, hogy a kislány mamája nem így látogatott el a faluba, és aztán szenved a gyerek. A fiatal ember elvette tőle a nagy üveget, és maga vitte. Hogy fogod ezt hazavinni, ha tele lesz? mondta aggódva a szép néni. Árvácska felpislantott rá. Olyan aggodalom és jóság volt a hangjában, hogy csodálkozott. Magának is van kis árvácskája? kérdezte. Erre a nő is, a férfi is kis ideig nagyon hallgattak, aztán a férfi mosolygott, a nő pedig hangosan felkiáltott. Ja, Istenem, kiáltotta. Ja, Istenem, kiáltotta. Már ott voltak a kocsma előtt, akkor a fiatalember letette az üveget a kocsma lépcsőjére, és elment a nő után, aki szaladt, mintha szaladnia kellene. De még egyszer visszanézett, és mikor látta, hogy a kisárva ott áll és néz utánuk, visszajött, adott neki egy ötpengőst. Nesze! Már szaladt volna, de még megsimogatta a kislány arcát, és azt mondta. – Elne veszítsd? Aval elment a lány után, s eltűntek a sötétben. Már nem is lehetett látni, hova lett. csöre bement a kocsmába, bort kért. Szerencsére nem volt messze a kocsma, majdnem szembe volt velük, az ő házukkal. A malom is ott volt felettük, felemelt nagy ujjával vigyázott. – No, itt van már ez a dög, – mondták oda bent. – Még jó volna te halálnak. Huna volt voltál ennyi ideig. De a kislánynak elég volt kifújni magát. Nehéz voltám tíz liter bort hazacipelni, azért nevetett s hallgatott. – No, erj így aludni. Nem még én. Mi az a nem még? Hát a bort én hoztam, disznótort meg nem ehetek. Jó van, no maradj, egyen meg a fene. Erre a kislány nagyon megörült, táncolni kezdett, és még dalolni is. Tám, ez, nevettek rajta, mert tele volt vendéggel a ház. Olyan bolond ez, legyintett Verőné, és a lánya az ajkát bigyeztette. – De minek hagyja mama, hogy bent legyen, legyen a konyhába? – Hadd nézze egy kicsit. A kislány még ettől is boldog lett, hogy Verő mutér nem küldi ki a konyhába, hanem megtűri idebent. A mutér telerakott hurkával, kolbásszal egy szép porcelántányért, Annyit tett bele, hogy csöre kacagott, mikor meglátta. Nem is lehet annyit megenni de nem tudta fogni a tányért, mert a tenyerében volt az ötpengős. Odaadta a mutérnak. Hát ez mi? Hol loptad ezt? És nagy lármával rákezdte. Nézzétek, ez a bitang egy pengős lopott a kocsmába, és még ide adja nekem, viszed vissza! Már vágta is nyakon. Hagyja már gépészni, asszony, kérdeze meg, hol vette? Hol vette volna tolva, ez mindent lop? Hogy megvert engem ebben az Isten, hol loptad? Nem, lohobtam, a néni Otto. Miféle néni? A fene et volna, mert miféle néni? Utcán. Mi csoda utcán, beszélj meg, kitapodlak, hogy mennyi mérgen van vele. Csak ennél nagyobb mérge ne legyen, kacagott a vörös férfi, hogy pénzt hord haza a szarka. Nekem volt egy szarkám, az is hazahozott egyszer egy fehér pénzt, Abba az időbe, mikor a fehér pénz volt, ő volt az egyetlen, akinek tetszett a fejér hasú bankó. Mindenki nevetett. De a gépészné azonnal igazolni akarta magát, hogy ő nem nevel tolvajokat. Csöre aztán lassan kicsörögte, hogy mi is volt, hogy volt. Nem fért a fejébe, de azért nem vette vissza a tányért. Majd megtudom én holnap. Őle egyél. Csöre leült a sarokba a kis sámlira, eddegélt, és nézte a disznótort. Nagyon tetszett neki. Meg is volt elégedve, mert úgy érezte, elhitték neki, amit mondott, és nem fog többet kikapni a nagy fehér kerek pénz miatt. Az a fontos, hogy jól lakott. Nem volt már éhes. Először nem csináltak semmit az emberek, csak ettek, megbeszélték, hogy milyen szép volt a disznó. Ezt azért hízlalták meg, mert kisfiai születtek, és mind megdöglött alatta. Nem érdemes tartani, ha nem tud nevelni. Nem, nem, nagycsád, kacagott a veresképű kövér ember. Azért döglöttek meg a malacok, mert a kislányt mindig verték a disznó miatt. És mintha valami jó viccet mondott volna, harsányan nevetett hozzá a kislány is nevetett ott a sarokban, és ahányszor eszébe jutott, hogy ilyet mondott a veresember, mindig nevetett. S még egyet harapott a disznó hurkájából, mintha ő is elég tételt akart volna venni magának, amért annyit kikapott érte. Egyszer aztán lerakodott verőné az asztalról, nem maradt más az abroszon, csak a poharak teleborral. Akkor elkezdtek nagyon énekelni, Mind a féle öreg nótákat. Akkor a mészáros, aki levágta a disznót, mert az is meg volt híva, azt kezdte énekelni. Budapesten, Budapesten huncutok a jányok, szoknya alól, kilátszik a lábok. Jaj, ne tessék ilyet énekelni, mert csöre már hónap reggel ezt kiabálja. De akárhogy is nem akarták, a kis jány megfigyelte a nótát és mikor már másodszor énekelték, ő is dúdolta a sarokban. Budapesten, Budapesten, huncutok a jányok. Azután nem sokára már hazamentek aludni a vendégek. Verőék is hozzá fogtak vetkőződni. Zavarták a kislányt, hogy menj már az anyádba, te éjeli bagoly, mert ennek mindenbe bele kell ütni az orrát. Sőre éjjel azt álmodta, hogy megjelent az édesanyja. Nagy, erős, kövér volt, de egészen az volt az este az a szép néni, akinek az ura a pénzt adta. Azt mondta az anyja, hogy elviszi magával, de ő nem akart menni. Akkor az édesanyja kötelet vett elő, avval megkötötte, hogy viszi. Erre iszonyúan megijedt, és fel is ébredt. A sötétben nagyon félt. Másnap reggel azt beszélték, hogy leltek egy fiatal párt, öngyilkosok lettek a kiserdő sarkánál egy bokorban. Mikor megtalálták, már mind a ketten halottak voltak. Árvácska is elment arra megnézni, ahova az emberek mentek, de csak a ruhájukat látta az öngyilkosoknak. És megismerte, hogy ezekkel beszélt az este, ezek adták az öt pengőt. De ő csak azt szerette volna, ha még egyszer láthatná az édesanyját. S tudta, hogy nem ez volt az, akit álmában látott, mert ez vékony kisnő volt, az ő anyja pedig erős és nagy, és nem fájt, mikor megkötötte a kezét. De akkor nem tudta, miért ébred fel. Mikor Diti ránézett, azt mondta neki. Látod, nékem is van anyukám, most is itt volt nálam álmomban, és el akart vinni, de én nem mentem. Mit van neked? s Diti kacagott. Hallja mama, milyen van ennek a nyomorultnak. De csöre már nem bánta, ha nyomorultnak mondják is. Kiment az udvarra, szakadtából kezdte dalolni, hogy Budapesten, Budapesten huncutok a jányok. Mondtam, hogy már kiabálni fogja, szólt verőné. Olyan füle van ennek a disznónak, csak egyszer kell neki hallani egy nótát, már az övé. Téged meg hiába tanítatlak zongorázni, olyan buta vagy, mint a tök, csak kidobom a pénzt. Nekem van cukrom. Mondta Diti gőgösen, és hívta a kislányt, hogy menjen vele. Csak azért vitte magával, hogy az egész falunak megmutassa, hogy ő végig az úton cukrot eszik, de nem ad belőle annak, aki a háta meget kullog, és folyton úgy néz fel rá, ahogy a kiskutya néz a gazdájára, státja a száját és lógatja a nyelvét. Akkor az útporában a kislány egy félig elrágott poros almacsutkát látott. Hamar felvette, megtörülgette a portól, jó ízűen megette. Fúj, mondta Diti. Hát te még a kutyánál is alávalóbb vagy. Hazament, és az anyjának megmondta, hogy mit csinált ez a kócos kuvasz, hogy ő nem is megy többet vele. Ez megeszi még azt is, amit a kutya hagy maga után. Nincsen neki anyja, mondta verőmutér. Van nekem, gondolta magában árvácska. De ha még egyszer eljön, el is megyek vele, nem maradok itt nektek. Még iskolába se adtok. már, hogy látta, egyre többet gondolt az édesanyjára. Miért nincs neki hát édesanyja, ha van? Miért nem jön érte? Miért nem viszi el? Senki se látta soha, de még kedves anyám mondta egyszer, hogy az valami úri fajta lehetett. Az mondta azt is, hogy nagy kövér volt. Gyere értem, édes jó anyám, Sírt magában, mikor csak el tudott bújni egyet sarokba. Vigyél magaddal. Már én nem fogok többet megijedni, mert az édesanyának szabad megkötözni a gyermeke kezét, és az nem fáj. Azt sem bánta volna, ha prakkerral veri, az sem fájt volna. Már én látom, hogy nekem mindenféle anyám volt meg lesz, csak az édesanya hibádzik. Máskor sírni kezdett, ha baja volt, és dühöngött magában, és olyan szavakkal szitta az anyját, ahogy s amilyenekkel őtet szokták szidni. Te kutya, dög! Te, minek hattál itt engemet, édes anyám? Miért is nem leled meg a kis jányodat? Hozd a kötelet, köss meg, és vigyél magaddal. Mert én senkinek sem tudtam azt mondani, mióta élek, hogy édesanyám. Meg nem hajtottam az ölébe senkinek se a fejemet. Mikor a halotti sírhoz kimentünk is, mindenkinek volt sírja, csak nekem nem volt. Pedig én is gyújtottam gyertyát az édesanyámnak, csak nem tudtam hova tenni, mert nincs is sírja az én anyukámnak. Hiszen láttam, hogy szép vagy, erős vagy, és kövér vagy, és el akartál vinni, és nekem most is van gyertyám dugva, gyufám is van, és én gyújtok neked, anya, igazán. És a kis kezét úgy tartotta, mintha a gyertyát tartaná benne, a gyertya kislángja csak úgy lebegett és lobogott a szélben, ahogy a temetőben, mikor odakint volt kedves anyámmal és a sok gyerekkel. De már kedves apám sincsen, és szennyesné sincsen, mert egyszer csak jön haza a verőmutér és mondja ebédnél: Hallottatok ilyet? A csendőrök keresik a mi államinkat! És csak ugyanőtet keresték. El is vitték a csendőrök, és kikérdezték, hogy halt meg az öreg bácsi a takács az Istállóban. Ő elmondta, hogy adta neki Zsaba Mária kis csuprot, hogy vigye ki az atyusnak, és az azt mondta: Étető van benne mert acs, mondta Csaba Mári, nem fog többet panacskodni csenkinek, ha ecstet megítsa. Rosszabul beszélt, mint máskor, de úgy mondta, ahogy még akkor. Jól értették a csendőrök, és aztán híre jött, hogy kiásták a bácsikát a sírból, és az orvosok megvizsgálták, és a zsaba Márit fel fogják akasztani. Akkor jött már a karácsony. Diti azt mondta, hogy a karácsonyfát direkt neki hozza a Jézuska. Árvácska még nem látott karácsonyfát, és nagyon szerette volna látni. Diti azt mondta, hogy a Jézuska még több ajándékot hoz, mindenkinek hoz, mindenkinek hoz, csak az igazi, gonosz, rossz rüheseknek nem. A piacról árvácskának kellett hazacipelni egy nagy fenyőfát, amit ott vettek pénzért. A pénzt a verőné adta, a fát meg ő magában cipelte, még nem is segített neki senki, de nem volt szabad a földön húzni, úgy kellett vinni ölbe, de az meg nagyon szúrt az anyját neki, olyan szúrós levele volt, hogy sehogy se lehetett fogni, a ruhán is keresztül szúrt. De Árvácska olyan gyerek volt, hogy ha valamibe belefogott, akkor azt meg is kellett csinálni. Dehogy is hajította volna el, pedig nem is tudta, mire való ez a fa. Senki sem mondta neki, hogy ebből lesz a szép, híres karácsonyfa. Ő meg igazán azt hitte, a fát a Jézuska hozza. Hát, ha mondták volna, se értette volna meg mi ez. A fa két napig a kamrában volt a pince előtt. Ez a kamara deszkából volt, és mindenféle volt benne felhalmozva. Volt valamikor egy bárány is a háznál, annak a gyapja is itt volt. Még moha is volt, meg zégráz, amit a matracba akartak beledolgozni. Itt nagyon szeretett elbújni kis árvácska, mert itt senki se kereste. És itt volt neki a kis gyertyácskája is eldugva, amit az édesanyjának kell meggyújtani. Akkor is csak leült, mikor megjött a fával, és ide kellett betenni, hogy ne lássák idegenek. Így mondta a mutér. Jaj, nagyon komisz volt ünnepelőd. Folyton piacra kellett járni, cipelni, és a háznál is az a sok sütés, főzés, mindenféle munka. A kezét már egészen kiette a lúga sok mosogatástól. Kőporral kellett reggeltől estig sikálni a faedényeket. De nem baj, át volt szellemülve a kislány, ma este jön a Jézuska, és elhozza az ajándékot. Neki még úgysem hozott senki ajándékot, de az édes Jézuska jobb, mint más az biztosan ismeri az édesanyja is, mert az is álomban lakik valahogy. Húsvétkor találkozott vele, akkor fényes palásttal feküdt sebesülten az oltár mellett a fényes úri koporsóban, De karácsonykor kicsi és jó. Bízott benne. Mikor bealkonyodott, megjött a gépész, és azt mondta: Hé, hey, itt van a tíz literes demizsom, meg ez a másfél literes palack. Lóf! De nem a kocsmába mégy, eredj a paraszthoz és hozzá a bort. Itt a pénz. Tudod már honnan? Andrási út. Rögtön jönnek a vendégek, siess. Egyik lába ott, a másik itt. A lány kicsit megijedt, mert már setét volt, és a paraszt nagyon messze lakott. Ha sok bort vettek, öt litert, néha vasárnap, akkor oda kellett menni. A két nagy üveget beletették egy kosárba, elindult végig az utcán. Sötét volt, a hold nem sütött, csillagok se voltak az égen, világítás sem volt semmi a faluban. Nem volt másnak villanya, csak a malomnak, meg a gépésznek, ők a malomból kapták. Úgyhogy, mikor kiment a nagy fényességből a sötétbe, el sem tudta gondolni, hogy is jut ő oda a boros gazdához. Mikor a kapun kiment, a kosár még az üres üvegekkel is olyan nehéz volt, hogy megbillent a kezében, és neki vágódott a gyalogjáró mellett az akácfához. De azon ilyet meg, el ne törjön az üveg, akkor neki vége. A gépész utána nézett, meglátta az esetet. Hamar ment, és kérdezte, eltörte az üveg. Nem a. De kivette, megnézte, nem látott rajta semmi hibát. Na, csak erre egy. Tudod, hol van? Nem tudom én, honnan tudnám? A fene egyen meg, te büdös kölyök, nem voltál elégszer ott pálinkáért? De vigyázz az üvegre, mert ha még egyszer odavágod, s eltörik, haza ne jöjj, nem tanácslom. Ott van a falu végén, amelyre kecskemétre mennek. Nincs ott más ház, megleled. Nincs olyan setét. Menjen maga, dünyögte a kislány, de olyan csendesen, hogy meg ne hallja a fatér. Nem is hallotta meg, be is ment, nem is az ő kedvéért állott ki a kapuba, hanem a vendégeket leste jönnek -e már. Nem jött még senki, hát nem volt kedve kalap nélkül fagyoskodni kint. A kislány letette a kosarat, keresztet vetett, akkor újra felvette, és elindult hát kecskemét felé. Andrási úton kellett menni, ha ő tudta volna, ki volt az az Andrási, de gondolta, az nem igen volt boréra kecskeméti úton. Nem találkozott senkivel, csak az akácfákkal. Még kettőnek is neki ment, mert olyan rosszul vannak azok ültetve, mint belebotlik a szegény kis állami gyermek, ha borért megy a sötétben, ha káprázik a szeme. No, végre odaért. Nem tudta, hogy a kutya szabadon van, ment be egyenesen a tornácra, hát csak jön rá acsarkodva két nagy kutya, nagyobb, mint ő, s fellökte az egyik a kosárüveggel, mire ő sikoltásba kezdett. Az ugatása rögtön kinézett a gazda, már kiáltotta, hogy Csibote! Zavarta messziről őket, nem is harapták meg, csak az egyik megfogta a lábán a cipőt és húzta lefelé. Jaj, fáj a lábam! sírt a kislány. Oda se neki! mondta a gazda. Kimérte a bort, és maga kísérte ki a gyereket a kapuig. Csak azt kérdezte. Hova viszed a bort? Verőékhez. Oszta egyedül Elbírod ezt a nagy üvegeket? Ha se nehéz az neked. De csöre bátran felelt. Elbírom én. No, de rég kis jány vagy. Aztán vigyázz, hogy fel ne borulj a setétbe. Jó karácsonyod van neked is. Jó szakát kívánok, mondta a kislány, és két kézre fogta a kosárfülét, vitézül elindult vele. Igen ám, de nehéz volt a 11 és fél liter borral megsúlyos bított kosár. Minden percben le kellett tenni. Váltogatta, cserélgette a kezét, meg úgy is próbálta, hogy két kézzel fogta a kosár fülét. Megszólalt felette egy ember. Hova, hova, kis jány? Csöre megismerte, hogy az a gazda ember az, aki a ház vége mellett lakik mellettük, és vidáman köszönt neki, hogy jó estét, Móra bácsi! Te vagy az, te csöpség! No, mit visző? Bort! Bort, ha csak ide, majd én segítek. Átvette, azt mondta. Még nehézette. Neked meg ez a karácsonyod? A kislány még egyet szuszogott, és elkezdett kocogni a bácsi mellett. Így visszafelé nem is ütötte bele magát az ákácfákba, mert vígan haladt. Mikor a kapuba értek, a bácsi letette a kosaracs, azt mondta. Meg nem mond fiacskám, hogy segítettem, mert újra kikapsz ezektől a slógeroktól. Elég, ha annyit mondasz, hogy nagyon elfáradtál. Szépen kinyitotta a kisajtót, ajtót, bevitte a kosarat, de az olyan nehéz volt, hogy a kaputól az ajtói kétszer is le kellett tenni pihenni. No, már itt vagy te? Itt. Csuda, hogy itt vagy. De ő csak boldogan nézett nem merte megmondani, hogy azt szeretné tudni, itt volt-e már a Jézuska, mert azt hitte, kikap. És csak hallgatott, leskelődött, hogy jön -e már. Egyszer csak azt mondja a verőmutér, egy ki, nem szeretem, ha itt vagy. Ki kellett menni az udvarra, és ott kellett neki ácsorogni a setétben. Nagyon szomorú lett, meg a szél is fújt. Lassan kinyitotta a kiskamra ajtaját, bement a szél elől. Ott megkereste a kisgyertyát, meggyújtotta, és imádkozott az édesanyjához. Édesanyám, mondd meg Jézuskának, küldjön nekem valami szép ajándékot, mert nincsen, aki nekem adjon mert én csak egy kis állami vagyok, és nehéz volt a kosár, pedig egy jó ember segített hozni. Mást nem tudott mondani. Csak nézte, hogy ég a kisgyertya lángja, és libben, libben, mint a temetőben, ahol a szél libenteti. Sokáig volt itt, már itt is nagyon hideg volt, fázott, akkor hallotta a kiáltást, hogy Hé, hol vagy, hé! hamar kiment a kamarából, és a konyhába sietett, és égve hagyta az édesanyja halotti gyertyáját, ha híják. Miért nem szólsz, mennyit kell utána kiabálni? Nem felel, csak ment be. Most megvacsorázhatsz, és lefekhetsz? De erre nagyon elbámult, megijedt. Még én hozzám nem is jött a Jézuska? Ezt meghallotta Diti, és nagyon kezdett kacagni.- Egy ilyen üveshez menjen a Jézuska! Már itt volt a Jézuska, nekem hozott két szép ruhát, egy pár szép cipőt, egy kabátot, három pár fehér neműt, meg szalagot, meg sok-sok cukrot, még többet, mint a Mikulás. A, ja, semmi, amit a Mikulás tud, Jézuska az igazi, ez a kunst. Nekem mit hozott? Mit hozott volna egy rongyos államinak? A kis árvácska elkedvetlenedett. Akkor kinyitotta valaki az ajtót, s, amit odabent látott, attól még a szeme is elkáprázott. Ott volt az asztal közepén egy csodálatos ezüstfa, csupa fehér és csillogó tarka szépség. És égtek rajta a villanygyertyák, mert a gépész felszerelte villanygyertyákkal, hogy neki ingyen volt a villany. Mit bámulsz, marha? Hát még nem láttál ilyet? Árvácska elkezdett sírni, és azt mondta, még nem láttam. Erre mindenki nagyon elkezdett kacagni, hogy milyen hülye. De már akkor maga sem tudta, hogy merte, bement a szobába hívás nélkül. Sírva állott a fa csak azt érezte, hogy neki sose lesz ilyenje. Erre ki innen, nem szabad a karácsonyfa sírni, mondta a mutér. Erre egy, feküdj le, de én szeretném a jó Jézuskát megvárni, nekem is hoz. Már itt volt a Jézuska, nem hozott neked semmit. Neked nincs anyukád, így a fenébe, ne bosszancs, kiáltott rá a Diti. S újra elkezdett dicsekedni, hogy neki mi mindent hozott. De csöre a sírástól nem hallotta. Akkor a mutér levett egy cukrot a fáról. Na, no, nesze, neked ezt küldte a Jézuska. Erre a kislány szíve megtelt hálával, és nem hallotta, hogy nevettek rajta. Egész megkönnyebbült, és már kezdett örülni, hogy hozott neki is a Jézuska. Na, most eredj ki az udvarra, járt körül háromszor a kutat, gyere vissza, akkor teljesedik, amit kívánsz. Árvácska azt kívánta, hogy az édesanyja jöjjön elérte, és vigye el a nagy fényességbe, az égbe. De azért küldték ki, mert már várták a vendégeket, s meg volt terítve az asztal, és sok tányi és evőeszköz volt rajta. Most rakták fel a süteményeket, tortákat és más mindent, nem akarták, hogy ott lábatlankodjék. Árvácska szót fogadott. Kiment, háromszor körüljárta a kutat, akkor visszafelé ment a házba azt hitte, hogy az édesanyja már meg is jelent a nagy fényességben, és a ház ereszét látta, hogy csak úgy lobog és ragyog, mint az igazi karácsonyfa, és szikrázik is. De nem gondolt semmire, hogy tűz van. Neki most be kell menni, gondolta, hát be is ment. Már akkor az egész tető égett. A kamara egészen ki volt már gyúlva, és odabent a kislány mondani akarta, hogy nagyon nagy fényesség volt odakint a házon de rákiáltottak, hogy ne beszéljen ostobaságokat. Azt hitték, csak jár a szája, mert valamit álmodott a csillagok alatt. Akkor éjjel megindult a hóesés. A fekete karácsony átváltozott szép fehér karácsonyjá. Három nap múlva már mind kialudt a tüzes gerenda, s vastagon lepte a hó a törmelékeket. Nyoma sem látszott annak, hogy itt ház állott, és hogy abban emberek éltek, és azok az emberek itt elmúltak a hó alatt. Elmúlt a hangjuk és a mozgásuk, elmúlt a rosszaság, és elmúlt a kegyetlenség. Minden békés lett, átalakult másfajta vé az egész élet. A nyelvekből üszök lett, s a sértegetésekből füst és pára. Figyelem! Szintetikus hang következik. Tisztelt egyedülálló lányok, hölgyek! E-mail címen gmail.com a kapcsolódó webhely párkeresőkötőjelprózák.blogspot.com, megbízható, őszinte, közvetlen, türelmes, segítőkész és jó fiatalember vagyok. Egy olyan nőt keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. E-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot. Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék lakóhelytől, életkortól függetlenül, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében. Írjon nekem, s ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk egymást. Ha átmenetileg nincs ötlete, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Levelezni, beszélgetni és szeretek, forduljon hozzám bizalommal. Talán éppen egyedülálló és párkapcsolati státuszát időben rendezni szeretné. Ez is most egy lehetőség erre. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként, divatos szóval, szingliként, élik mindennapjaikat, közülük egy valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Szívesen veszem séta és kiránduló partner jelentkezését, romantikus kapcsolatra is nyitott vagyok. Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos, ugyanakkor jövőbe mutató értékek iránt elkötelezettek médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, MKR és komoly zenei rádiócsatornák hallgatása jellemző. Informatikusként tevékenykedem, webbel kapcsolatos programokat készítek, valamint blogokat vezetek. Szakirányú diplomával rendelkezem, a másik végzettségem kémia MSC. Kedvelt szabadidős tevékenységem az animáció, videó és rádió készítés, ezekkel kapcsolatos kreatív időtöltés. Videken élek, költözésre vállalkozom, természetesen a fordított eset is egy lehetőség, országon belüli távolság részemről nem jelentene akadályt egy párkapcsolat kialakításánál. Határon túli magyar lakta területek lakóinak, diaszpórában élők levelét is várom. típusom INFPT, horoszkópombak, január 19. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a párkeresésem hatékonyságát. Összességében úgy vélem, érdemes velem megismerkedni, tegyünk egy próbát, pár perc az életből, az életért. Készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseire e-mailben, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhat, valamint anonim módon is üzenhet részemre, párkeresőkötőjelprózák.blogspot.com. Ezen videó a kapcsolódó blog és a blogról elérhető Facebook és Instagram oldal lájkolásával, megosztásával, ajánlásával szintén segíthet párt találnom, amit megköszönök. Ha felkeltettem érdeklődését, bővebb információkat olvashat rólam a következő helyen, astelink.net per párkereső. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok minden kedves társkereső részére.